J.J. Nem akartam Martinnal és Jesszel menni Morinhoz, mert időre volt szükségem, hogy gondolkodni tudjak. Adtam pár interjút zenei újságíróknak régebben, de azok a banda rajongói voltak, remek srácok, akik teljesen el voltak ájulva, adtam nekik egy demo cd és hagytam, hogy fizessenek egy italt. De ezek az emberek, mint például az a nő, aki csak úgy felcsöngetett és az inspirációról faggatott, Hát, testvér, az ilyenekről semmit se tudtam. Csak azt tudtam, hogy valahonnan 24 óra alatt megszerezték a címemet, és ha erre képesek voltak, akkor ugyan mire nem? Olyan volt, mintha meg lenne nekik minden egyes Nagy-Britanniában élő ember neve és címe arra az esetre, ha egyszer csak bármelyikük csinál valami olyat, ami érdekes lehet. Na mindegy. Szóval tisztára paranoiás lettem attól a csajtól mert ha úgy tartja kedve, öt perc alatt mindent kiderít a bandáról is, és aztán elkapja Edit meg Lizit, és kideríti, hogy nincs is semmiféle halálos betegségem. Vagy ha van, akkor nem szóltam róla senkinek. Plusz kideríti, hogy a betegség, amiben haldoklom, nem is létezik. Már szóval eléggé be voltam ijedve ahhoz, hogy azt gondoljam, bajban vagyok. Busszal mentem Morin házához, és útközben elhatároztam, hogy tiszta vizet öntök a pohárba elmondok mindent, és ha nem tetszik nekik, le vannak ejtve. Nem akartam, hogy az újságokból tudják meg. Eltartott egy kis ideig, mire hozzászoktunk szegény Metti lélegzéséhez. Jó hangosan vette a levegőt, és úgy tűnt, nagy erőfeszítésébe kerül. Alig, hanem mindannyian ugyanazt gondoltuk. Vajon mi képesek volnánk-e arra, amire Morin Vajon meg lehetett volna egyőzni bennünket bármivel, hogy lejöjjünk arra a tetőről? Jess, mondta Martin. Te akartad, hogy találkozzunk. Miért nem irányítod a beszélgetést? Oké, okay, mondta Jess, és megköszörülte a torkát. Azért gyűltünk ma össze? Martin elnevette magát. Kurva életbe, mondta Jess. Még az első mondatot sem fejeztem be, mi olyan vicces benne? Martin megrázta a fejét. De komolyan, ha olyan kurvára vicces vagyok, tudni akarom, hogy miért. Talán azért, mert ezt inkább a templomban szokás mondani. Hosszú csend. Ja, tudom. Épp azt a hangulatot akartam megteremteni. Miért? kérdezte Martin. Morin, maga járt templomba, ugye? Mondta Jess. Hát, jártam, mondta Morin. Na látod, csak azt akartam, hogy Morin otthonosabban érezze magát. Nagyon figyelmes vagy. Miért kell belekötnöd mindenbe, amit csinálok? Hű, mondta Martin. – szinte érzem a tömjén illatát. Hát, jó, bazd meg. Akkor kezdte, hülye! Elég legyen, mondta Morin, az én házamban, a fiam előtt. Egymásra néztünk Mártinnal, grimaszba torzult az arcunk, visszatartottuk a lélegzetünket, keresztbe tettük az ujjunkat, de fölöslegesen. Jess úgysem hagyna ki egy ilyen zicert. A fia előtt. De hisz a fia. Nincs ccr -en. Mondtam. Semmi más nem jutott az eszembe. Úgy értem, ezt úgy is nyilvánvalóan el kellett mondanom, de úgy terveztem, hogy kicsivel több időt adok magamnak a felkészülésre. Csönd támadt. Vártam, hogy rám vessék magukat. Ó, oh, JJ! mondta Jess, ez fantasztikus! Eltartott egy ideig, amíg felfogtam, hogy Jess bizar világában nemcsak, hogy megtalálták a CCR gyógyszerét a karácsonyi ünnepek alatt, hanem még az Angeli lakásomra is kiszállították valamikor szilveszter éjszakája és január másodika között. Nem vagyok biztos benne, hogy JJ ezt akarta mondani, mondta Martin. Hát nem, mondtam. Az a helyzet, hogy soha nem is volt. Hű! Amocskok! Kik? Hát az elszabott orvosok. Morin házában az elszabott lett jazz kedvenc káromkodása. Be kéne perelned őket, s mi van, ha leugrasz, és ők lennének a hibásak. A kurva életbe. Muszáj ennek ilyen nehéznek lennie. Nem vagyok benne biztos, hogy J.J. így értette, mondta Martin. Nem, mondtam. Megpróbálok a lehető legvilágosabban fogalmazni. Nem létezik CCR nevű betegség, de még ha létezne is, én nem szenvedek benne. Csak kitaláltam, mert. Nem is tudom. Részben azért, mert azt akartam, hogy együtt érezzetek velem, meg azért is, mert úgy gondoltam, úgyse értenétek, hogy igazából mi a bajom. Sajnálom. Te szemét! Mondta Jess. Ez szörnyű, mondta Morin. Te seggfej! Mondta Jess. Mártin csak mosolygott. Azt mondani az embereknek, hogy gyógyíthatatlan betegségben szenvedsz, amikor nem is, az valószínűleg nagyjából egy szinten van azzal, hogy elcsábítasz egy 15 éves lányt, úgyhogy élvezte a zavarobat. Plusz talán még egy kis erkölcsi felsőbbrendűségre is jogot formálhatott, mert ő, amikor megalázták, tisztességgel tette a dolgát. Felmászott az öngyilkosok háza tetejére, és lelógatta a lábát a párkányról. Oké, okay, nem ugrott le, de akkor is világosan látszott a viselkedéséből, hogy komoly a szándéka, és nem csak hülyeskedik. Én meg? Én először kitaláltam, hogy végzek magammal, aztán nem tettem mást, csak megszégyenítettem magam szilveszter óta még nagyobb seg fejlett belőlem, ami eléggé lelombozott. Szóval miért mondtad? kérdezte Jess. Igen, mondta Martin. Mit próbáltál leegyszerűsíteni? Hát csak... Nem tudom. A ti esetetek olyan világosnak látszott. Martin és a... Tudjátok, meg Morin is. Metti felé biccentettem. Az enyém nem volt világos, mondta Jess. Én csak süketeltem Chessről meg a magyarázatokról. Igen, de... Nem akarlak megsérteni, de te dilis voltál. Nem igazán számított, hogy mit mondasz. Na és akkor igazából mi volt a baja? kérdezte Morin. Nem tudom, azt hiszem depressziónak lehet mondani. Ó, a depressziót értjük, mondta Martin. Mindannyian depressziósak vagyunk. Ja, tudom, bazd meg, de az enyém olyan kurvára homályosnak tűnt. Bocsánat, Morin. Hogy csinálják az emberek, hogy nem káromkodnak? Hogy lehetséges az? Van az rengeteg hézag a beszédben, ahová muszáj betenni egy bazmeget. Megmondjam, kik a legcsodálatra méltóbb emberek a világon. A hírolvasó bemondók. Én a helyükben olyasmiket mondanék, és azok a kibaszott szemetek belerepültek a kurva repülőgéppel egyenesen a világkereskedelmi központba. Hogy a fenébe mondhatja ezt más, egy emberi lény. De lehet, hogy nem is annyira csodálatra méltóak. Lehet, hogy robot zombik. Próbáld meg elmondani, mondta Mártin. Megértő emberek vagyunk. Oké. Okay. Szóval a rövid változat annyi, hogy soha nem akartam mást, mint egy rock and roll bandában zenélni. Rock and roll? Mint a Bill Haley és a Comets? Mondta Martin. Nem, testvér, az nem. Mint nem is tudom. A Stones. Vagy... Az nem rock and roll, mondta Jess. Az rock. Vagy nem? Oké, okay, oké, okay, soha nem akartam mást, mint egy rockbandában zenélni, mint a Stones, vagy, vagy... Szóval dühöngő zene, mondta Jess. Nem szemétkedni akar, csak tisztázta a fogalmaimat. Mindegy. Jézusom, na és pár héttel karácsony előtt végül is örökre szétment a bandám, és nem sokkal azután, hogy szétmentünk, elvesztettem a barátnőmet. Angol volt, ezért vagyok itt. Nagy csend támadt. Ennyi? kérdezte Jess. Ennyi. Hát, hát, ez szánalmas. Már értem, miért jöttél azzal a szarral a betegségről. Inkább meghalnál, ha nem játszhatsz egy olyan bandában, amelyik olyan zenét csinál, mint a Rolling Stones. Én pont fordítva, én inkább meghalnék, mint hogy olyat kelljen csinálnom. Amerikában még szeretik őket, mert itt senki. Az Mick Jagger, ugye? A Rolling Stones, kérdezte Morin. Egész jók voltak, nem? És szépen befutottak. Mick Jagger nem ül itt, és nem eszik száraz csokis kekszet, mint JJ, nem igaz? Ő közvetlenül karácsony előtt vettem, mondta Morin. Lehet, hogy nem tettem vissza rendesen a tetőt a dobozra. Kezdtem azt érezni, hogy nem koncentrálnak eléggé a történetemre. A Stones az nem olyan fontos. Az csak egy példa volt. Úgy értettem, dalok, gitárok, energia. Kb. 80 éves, mondta Jess. Már nincs benne semmi energia. Én 90-ben láttam őket, mondta Martin. Azon az estén, amikor Anglia 11-esekkel kikapott Németországtól a VB-n. Egy Guinness-es el minket, jó sokan voltunk, és mindenki azzal töltötte az este nagy részét, hogy rádiót hallgatta. Mindegy, szóval akkor jó sok energia volt benne. Akkor még csak hetven éves volt, mondta Jess. Befognád végre a szád, bazd meg! Bocsánat, Morin. Mostantól kezdve képzétek oda, hogy minden egyes bazd meg kibaszott, vagy kurva után jön egy bocsánat, Morin, oké? Okay. Én itt próbálom elmesélni nektek a kurva életemet, Senki sem akadályoz meg benne, mondta Jess. De próbáld meg érdekesebben mesélni, különben elkalandozunk, és a süteményről kezdünk el beszélgetni. Na jó, ide figyeljetek, nekem semmi más nem létezik az életben. Nincs semmilyen képzettségem, még a középiskolát sem végeztem el, csak a bandám volt, és most már az sincs, és egy centet sem kerestem vele, és mostantól fogva az lenne az életem, hogy egy McDonald'sban sütöm a hamburgereket, és attól félek, hogy ez úgy is megölne. A kemény munka még soha nem ölt meg senkit, mondta Morin. Tudjátok, nem a kemény munkával van bajom, de amikor turnéztünk, vagy lemezt vettünk fel, az volt a az volt az igazi JJ, és most egyszerűen üresnek és csalódottnak érzem magam, és... És szóval az úgy van, hogy amikor tudod, hogy jó vagy, azt hiszed, hogy az elég lesz, hogy azzal eljutsz oda, ahova kell, és amikor mégsem, akkor mi a fenét csinálsz az egészen? Hova teszed, he? Nincs hová tenni, és, és ez... Ez már akkor is kikészített, amikor klasszul mentek a dolgok, mert akkor, amikor klasszul mentek a dolgok, akkor sem voltam színpadon, vagy készítettem ezt a nap minden percében, és néha úgy éreztem, hogy azt kellene csinálnom, különben szétrobbanok, értitek? És most? Most nincs hová tegyem. Volt az a dalunk. Fogalmam sincs, hogy miért kezdtem ebbe bele. Volt az a dalunk. Egy kis Motown stílusú kompozíció. Az enyém, vagy megint? Közösen írtuk Edivel. Valóban közösen, amit különben nem gyakran csináltunk, és... Szóval... Tudjátok, ez... Egy olyan kis tiszteletadás volt a barátságunknak, meg hogy mi mindent éltünk át együtt, blabla. Bla. Na mindegy. Szóval az első lemezünkön volt olyan két és fél perces szám, és nem is igen vette észre senki. Úgy értem, még azok se... Akik megvették az albumot. De elkezdtük élőben játszani, és valahogy egyre hosszabb lett, és eddig kidolgozott egy olyan érzelmes szólót, nem olyan volt, mint egy rock gitár szóló, inkább olyan, mint. mint nem is tudom, mintha Curtis Mayfield vagy uh, Ernie Isley játszotta volna. És néha, amikor Chicago környékén játszottunk, gemeltünk a barátainkkal a színpadon, volt még szaxi szóló is, vagy zongora szóló, vagy akár egy steel gitár szóló. À, vagy valami. És aztán egy-két év múlva olyan 10-12 perces koncertbetét lett belőle. Azzal kezdtünk, vagy azzal fejeztük be, vagy valahova a közepére raktuk, ha jó sokat játszottunk, és számomra ez lett a szintiszta kibaszott öröm hangja, a Morin. Értitek? A szintiszta örömé. Olyan érzés volt, mint szörfözni, vagy, vagy, mit tudom én, maga a természetes bódulat. Úgy lehetett siklani azokon az akordokon, mint a hullámokon. Évente százszor átéltem ezt az érzést, és nem sok embernek adatik meg, akár csak egyszer is az életben. És ezt kellett feladnom, értitek? Azt, hogy csak úgy rutinból meg tudom csinálni, amikor csak akarom, a munkám részeként is. Tudjátok, most, hogy belegondolok már, értem, miért találtam ki azt a fasságot. Bocs, morin, hogy meg fogok halni valami kibaszott betegségben. Még egyszer, bocs. Mert ilyen érzés. Egy olyan betegségben haldoklom, amely kiszárítja az összes vért az ereidben. És kiszívja az összes nedved belőled. És mindent, amitől elevennek érzed magad is. És... Aha, és? Mondta Martin mint a kifelejtetted volna azt a részt, ami miatt meg akarod ölni magad. Ez az, mondtam. Ez a betegség, amely kiszárítja az összes vért az ereimben. Ez olyan dolog, ami mindenkivel megtörténik, mondta Martin. Úgy hívják, hogy öregedés. Én is így éreztem magam, még mielőtt börtönbe zártak, Sőt, még mielőtt lefeküdtem azzal a lányjal. Ha jól meggondolom, valószínűleg éppen ezért feküdtem levele. Én értem, mondta Jess. Igen? Hát persze. Tényleg szarban vagy. Bocsánat kérően intett Morin felé, mint egy teniszjátékos, amikor az ellenfél tér felére csorgott le a labda a hálóról. Azt gondoltad, hogy lesz belőled valaki? de most nyilvánvaló, hogy senki sem lett belőled. Nincs benned annyi tehetség, mint gondoltad, és nem volt béterved, nem szereztél szakmát, nem tanultál, és most 40 vagy 50 év semmivel kell szembenézned. Vagy inkább a semminél is kevesebbel. Hát, ez elég súlyos. Ez rosszabb, mint az az agymicsoda, mert tovább tart, amíg megöl. Választhatsz a lassú, fájdalmas halál, meg a gyors, kegyes halál között megvonta a vállát. Tényleg értette. Morin. Megúsztam volna, ha Jess nem megy ki a vécére. De nem lehet megtiltani az embereknek, hogy kimenjenek a vécére, nem igaz? Buta voltam. Eszembe sem jutott, hogy elkezd majd szaglászni ott is, ahol semmi keresni valója. El volt egy ideig, és amikor visszajött, nagy vigyorült azon a buta arcán, és két poszter volt a kezében. Az egyik kezében a lány, a másikban annak a fekete fickónak a posztere, a futbalistáé. – Na, és ezek kinek a becses tulajdonát képezik? – mondta. Felálltam, és rákiáltottam. – Ted vissza azokat! Mit képzelsz? – Soha nem gondoltam volna magáról – mondta –, Szóval lássuk csak! Maga egy leszbi, aki bukik a vastag combú feketes rácokra is. Ú, de izgi. Rejtett mélységek! Jellemző, gondoltam. Jessnek csak piszkos fantáziája van. Vagyis egyáltalán nincs fantáziája. Tudja egyáltalán, hogy kik ezek az emberek? kérdezte. Nem az enyém az a két poszter, hanem Metié. Ő persze nem tudja, hogy az övé, de akkor is neki választottam őket. Tudtam, hogy a lányt buffy hívják, mert az rajta volt a poszteren, de nem igazán tudtam, hogy ki az a Buffy. Egyszerűen úgy gondoltam, Metinek jó lesz, ha van a lakásban egy vonzó, fiatal nő, mert épp abban a korban van. És tudtam, hogy a fekete fickó az arzenálba játszik, de csak a keresztnevét jegyeztem meg. Pedi. Johntól kértem tanácsot a templomban, mert ő minden héten kimegy a highbury és ő mondta, hogy mindenki szereti Pedit, úgyhogy megkérdeztem tőle, hozna -e egy képet róla legközelebb, amikor meccsre megy. Kedves ember, már mint John, és hozott is egy jó nagy képet Pediről, amin egy gólt ünnepel, és még azt sem akarta, hogy fizesse érte, de utána kicsit kínos lett a dolog. Valami okból a fejébe vette, hogy van egy olyan 10-12 éves kisrácom, és megígérte, hogy elviszi egy meccsre. És néha vasárnap délelőtt, amikor az arzenál kikapott szombaton, megkérdezte, hogy Meti hogy viseli. És néha, amikor megnyertek valami nagy meccset, azt mondta, most örül a lurkó, mi? És így tovább. És aztán egyszer egy péntek délelőtt, amikor toltam vissza Metit a boltból, összefutottunk vele és nem tudtam, mit mondjak. De néha be kell vallanod magadnak és mindenki másnak, hogy ő, Meti, ő a fiam. Úgyhogy ezt mondtam, és John ezután soha többé nem említette az arzenált. Úgyhogy ez nem hiányzik vasárnap délelőtt. Sok jó oka lehet annak, hogy az ember elveszíti a hitét. Ugyanúgy választottam a posztereket, ahogy az összes többi dolgot, amik közt jazz biztosan turkált. A kazettákat, a könyveket, a futballcipőket, a számítógépes játékokat és a videófilmeket. A naplókat, meg a divatos címnoteszeket. Címnoteszek, Szent Isten, éppen címnoteszek. Be tudok tenni neki egy kazettát, és reménykedni benne, hogy hallgatja, de mivel fogok megtölteni egy ezt, hisz még nekem magamnak sincs. A tarka tollakat, a fényképezőgépet és a vókment. Egy csomó órát. Egy kamaszfiú egész élete van itt. Vagy volna. Mindez évekkel ezelőtt kezdődött, amikor úgy döntöttem, hogy kidekorálom a szobáját. Nyolc éves volt, és még mindig egy babaszobában aludt bohócok a függönyökön, nyuszikák a tapét a szegélyen körbe a falon, mindazok a dolgok, amiket megvettem neki, amikor vártam rá, és még nem tudtam, hogy milyen lesz. És már minden foszladozott, és szörnyen nézett ki, és nem csináltam vele semmit, mert akkor túl sokat gondoltam volna arra, hogy mi történik vele, hogy ő soha nem fog felnőni. Mire cserélhettem volna ki a nyuszikákat? Nyolc éves volt, úgyhogy talán a vonatok, meg a rakéták, meg talán a futbalisták megfelelnek, gondoltam. Csak persze ő nem tudta, hogy ezek mi csodák, hogy mit jelentenek, mit csinálnak. De hát azt sem tudta, mi egy nyuszika, vagy egy bohóc. Úgyhogy mit tehettem? Minden csak színjáték volt, nem igaz? Az egyetlen dolog, amit tehettem volna, és ami nem lett volna a színjáték, az... A fehérre festem a falakat, és egyszínű függönyöket veszek neki. Ezzel azt mondtam volna neki, és magamnak, és mindenki másnak, aki bejön ide, hogy tudom, hogy ő egy karfiol, és nem próbálom ezt elrejteni. De akkor meg hol ennek a vége? Azt jelenti, hogy soha nem vehetek neki egy olyan pólót, amin van egy szó, vagy egy kép. Mert soha nem fog olvasni és nem fogja fel a képeket. És ki tudja, hogy egyáltalán felfog-e valamit a színekből vagy a formákból. És mondanom sem kell, hogy nevetséges beszélni hozzá, meg rámosolyogni és megpuszolni a fejét. Minden, amit csinálok, színjáték. Úgyhogy akkor miért ne játszak rendesen? Végül a vonatos függönyök mellett döntöttem. És olyan lámpaernyőt vettem, amin az az alak van a csillagok háborújából. És nem sokkal utána kezdtem képregényeket venni neki, csak hogy lássam, hogy egy olyan korú fiú, mint ő, miket olvashat és miken gondolkozik. És együtt néztük a tévét szombat délelőtt, úgyhogy egy keveset megtanultam a popénekesekről, akiket szerethetne, és néha a tévéműsorokról is, amiket nézne. Az egyik legrosszabb dolog az, hogy semmi sem mozog előre. Tudom, hogy ezt már mondtam, és persze nem változtat semmin az, ha megjátszok, mintha mozogna. De segít. Ugyan mi maradna anélkül? És különben is, ha ezeken a dolgokon gondolkoztam, a segített abban, hogy megértsem Metit valami különös módon. Gondolom, ez olyasmi, mint amit akkor csinálnak, amikor kitalálnak egy új szereplőt az isztendiekbe. Nyilván azt mondják ilyenkor, nos, milyen is ez az ember? Milyen zenét hallgat? Kik a barátai? Melyik foci csapatnak szurkol? Én is ezt csináltam. Kitaláltam egy fiút. Az Arzenálnak szurkol, szeret horgászni, bár még nincs horgászbotja. Szereti a popzenét, de nem azt a fajtát, amelyikben félmeztelen emberek énekelnek, és teli vannak a dalaik csúnya szavakkal. Nagyon ritkán előfordul, hogy megkérdezik az emberek, mit kér Meti a születésnapjára vagy karácsonyra. És én megmondom. Nekik meg van annyi eszük, hogy nem mutassák ki a meglepődésüket. A legtöbb távoli rokon sohasem találkozott vele, és soha nem is kérte, hogy találkozhasson. Ők csak annyit tudnak róla, hogy nincs egészen magánál, vagy hogy valami nincs rendben vele. Nem is akarnak többet tudni, úgyhogy sohasem mondják, hogy ó, tud horgászni. Vagy, mint Michael bácsikája, hogy ó, tud a víz alatt úszni, és megnézi az óráját, miközben ott van lent. Ők egyszerűen hálásak, hogy megmondom, mit vegyenek. Metti végül is elfoglalta az egész lakást tudják, hogy van ez a gyerekekkel, szana széthever a holmiuk. Nem számít, tudom-e, hogy kik ezek, mondtam. Metié. Ó, szóval nagy rajongója... Csináld, amit mondott, és ted vissza őket a helyükre, mondta Martin. Ted vissza őket, vagy menj ki innen! hogy te milyen rohadt kis kurva vagy! Tényleg soha nem tudod abba hagyni a szemétkedést? Valamikor majd én is megtanulok ilyeneket mondani. Martin Metti posztereit senki sem említette többet azon a napon. Persze mindannyian kíváncsiak voltunk, de Jess gondoskodott róla, hogy JJ, meg én ne fejezhessük ki ezt a kíváncsiságot. Jess mindig úgy intézte a dolgot, hogy az ember vagy mellette volt, vagy ellene. És ebben a dologban, mint annyi sok másban is, ellene voltunk. Ami azt jelentette, hogy befogjuk a szánkat a poszterekkel kapcsolatban. De mivel zokon vettük, hogy be kell fognunk a szánkat, agresszívak és lármásak lettünk minden más kérdéssel kapcsolatban, ami felmerülhetett. Utálod az apádat, igaz? kérdeztem tőle. Na na, hülye szemét! De együtt élsz vele? Na és? Hogy bírod ki? kérdezte J.J. Nincs pénzem elköltözni, meg nekik van bejárónőjük, meg kábel tévéjük, meg széles sávú internetjük, meg minden. Ah, de szép is, amikor az ember fiatal és idealista, és vannak elvei, mondtam. Globalizáció ellenesség, bejárónő pártiságe.? Eh? Ja, majd pont két ilyen balfasz fog kioktatni, mi? Plusz van még más is. A gen dolog. Aggódnak. Á, ah, igen, a Jen dolog. Le törve a szarvunk egy pillanat alatt. Bizonyos fényben szemlélve a dolgot, az előző beszélgetést a következőképpen lehetett összegezni. Egy fazon aki nemrég börtönben ült egy kiskorú megrontása miatt, és egy másik, aki kitalált magának egy halálos betegséget, csak mert ezzel megspórolt egy kis időt és erőfeszítést, kigúnyolt egy gyászoló tinédzser lányt, amiért nem akarja elhagyni a gyászoló szüleit. Ezt feljegyzem magamban, hogy később majd megpróbáljam máshogy összefoglalni. Sajnáltuk, amikor hallottuk, mi történt a nővéreddel, mondta Morin. Ja, aha, de nem tegnap történt, nem igaz? Mi akkor is sajnáltuk, mondta J.J. fáradtan. Ha az ember átengedte az erkölcsi fölényt Jessnek, az egyszerűen csak azt jelentette, hogy Jess leszarhatott mindenkit, amíg ki nem pillentették a helyzetéből. Már megszoktam. Valóban? kérdeztem. Nagyjából. Furcsa lehet egy ilyen dolgot megszokni, Kicsit. Nem gondolsz rá állandóan? kérdezte J.J. Nem beszélhetnénk arról, amiről beszélnünk kellene? Ami pontosan micsoda is. Hogy mit fogunk csinálni? Az újságokról, meg ilyesmi. Kell csinálnunk valamit? Szerintem igen, mondta J.J. Tudod, gyorsan el fognak felejteni minket, mondtam. Ez is csak azért volt, mert így az évelején kurvára nem történik semmi. Bocsánat, Morin. És ha mi nem akarjuk, hogy elfelejtsenek minket? Mondta Jess. Mi a francért akarnánk, hogy emlékezzenek ránk? Kérdeztem tőle. Kereshetnénk egy kis suskát, és valamivel elfoglalnánk magunkat. Mi az a valami? Nem tudom, én csak úgy érzem, hogy mi mások vagyunk, hogy az emberek szeretnének bennünket, és érdekelné őket a sorsunk. Te őrült vagy. Ja, pontosan. Ezért lennék érdekes nekik. Még egy kicsit rá is játszhatnék, ha gondoljátok. Biztos vagyok benne, hogy erre nem lesz szükség, mondtam gyorsan, mindhármunk nevében, sőt, Nagy-Britannia egész lakossága nevében. Jó vagy úgy, ahogy vagy. Jess kedvesen elmosolyodott, meglepődve a váratlan bókon. Kösz, Martin, te is. Aj, meg téged illet. Tudni akarják, hogy cseszted el az életed azzal a lányjal. És JJ, kíváncsiak lesznek a pizzákra, meg minden. Morin pedig mindenkinek elmondhatná, hogy milyen szarügy együtt élni Mettivel. Szóval, szuperhősök leszünk, X-Menek, vagy mit tudom én. Mindannyiunknak van valamilyen titkos, szuperereje. – ereje.-Ja, mondta JJ. Tutira. Nekem a pizza kiszállítás a szupererőm. Moriné meg egy fogyatékos fiú. Jó, oké, a szupererő nem a legjobb szó rá, de tudjátok, valami. Aha, igen, valami. Le juste, mint mindig. Jess elfintorodott, de túlságosan elragadta a képzelet ahhoz, hogy lecsapjon rám egy sértéssel, amit egy idegen kifejezés ismeretével kiérdemeltem és mondhatnánk azt, hogy még nem döntöttük el, hogy végül is kinyírjuk-e magunkat. Arra buknálak. És még el is adhatnánk a Valentin napi közvetítés tévés jogait. Lehet, hogy csinálnának belőle egy olyan Big Brother féle dolgot. Lehetne szavazni, hogy kiugorjon, mondta JJ. Jess kétkedve nézett. Hát ezt nem tudom, mondta. De te ismered az újságokat, Martin? Kereshetnénk egy kis pénzt, nem? Arra nem gondoltál, hogy nekem már elég bajom volt az újságokkal? Ja, mindig csak magadra gondolsz, igaz? mondta Jess. Az nem érdekel, hogy mi kereshetnénk rajta egy kis lóvét. De mi a sztori? mondta JJ. Nincsen sztori. Felmentünk, aztán lejöttünk, ennyi. Ezt egy csomóan megcsinálják. Ezen is gondolkoztam már. Mi van akkor, ha láttunk valamit? – mondta Jess. – Például mit? Mi a fenét láthattunk? – Oké. Okay. Mi van, ha láttunk egy angyalt? – Egy angyalt – mondta J.J. Tompa hangon. – Ja. – Én nem láttam angyalt – mondta Morin. – De mikor láttál angyalt? – Senki sem látott angyalt – magyaráztam. Jess azt javasolja, hogy találjunk ki egy spirituális élményt anyagi érdekből. Ez szörnyű mondta Morin már csak azért is, mert nyilván mindenki elvárta tőle Nem igazán kitalálásról lenne szó nem igaz mondta Jess. Nem? Milyen értelemben láttunk valóban egy angyalt? Hogy is nevezik azt a versekben? Mi van? Tudod, a versekben, meg az irodalomban. Néha olyasmit mondasz, hogy valami olyan, mint valami, néha meg olyat, hogy a valami az valami. Tudod, hogy a, 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 szerelmem egy elszabott rózsa, vagy valami. Hasonlat és metafora. Ja, pontosan. Shakespeare találta fel őket, ugye? Ezért volt Jenny. Nem. Hát akkor ki? Mindegy. Akkor miért volt Shakespeare Jenny? Mit talált fel? Majd máskor. Oké, okay, mindegy. Szóval, melyik az, amikor azt mondod, hogy a valami az valami? Például, hogy te egy broki vagy, még ha nem is vagy igazából egy brokki, már mint pénisz. Úgy tűnt, Morin mindjárt elsírja magát. Jaj, Jess, az Isten szerelmére, mondtam. Bocs, bocs. Nem tudtam, hogy ugyanazok a káromkodás ellenes szabályok érvényesek akkor is, ha csak a nyelvtarról meg az ilyenekről beszélgetünk. Ugyanazok. Jó, bocs, Morin. Oké, akkor te egy disznó vagy, amikor nem is vagy disznó. Metafora. Ja, tényleg. Szóval nem láttunk angyalt szó szerint, de metaforásan igen. Szóval, metaforikusan láttunk egy angyalt, mondta JJ. Most már magától ráállt a hangja a hitetlenségre. Aha, ja, úgy értem, valami visszafordított minket, valami megmentette az életünket. Miért ne lehetett volna egy angyal? Mert nem volt angyal. Oké, nem láttunk angyalt, de hisz bármire mondhatjuk, hogy angyal. Legalábbis bármelyik lányra. Rám, vagy akár morirra. Bármelyik lány lehet angyal? Ez megint JJ volt. Ja, mert az angyalok lányok. Hallottál már Gabriel angyalról például? Nem. Hát ő például egy angyal volt. Fiú angyal. Tényleg? Valami okból hirtelen elvesztettem a türelmem. Mi ez a hülyeség? Hallott -e magadat, Jess? Most meg mit mondtam? Nem láttunk angyalt, se szó szerint, se metaforikusan. És mellesleg, látni valamit metaforikusan, bármit jelent is az, nem ugyanaz, mint látni valamit a szemeddel. Mert, ha jól értem a javaslatod szerint, ezt kellene mondanunk. Ez nem a történet enyhe kiszínezése, ez egy fasság, bocsánat, Morin. És hogy őszinte legyek, meghagyom neked, hogy fasságokat beszélj. Én senkinek nem beszélnék az anyarról, még az országos sajtónak sem. De mondjuk, ha bekerülnénk a tévébe, és tudod, lehetőségünk nyílna arra, hogy terjesszük az üzenetünket? Mindannyian meretten néztük. Mi a frász, ami üzenetünk? Hát, azt. azt mi magunk találhatjuk ki, nem? Hogy a fenébe lehet vitatkozni egy ilyen aggyal? Mi hárman soha nem találtuk meg a módját, úgyhogy gúnyos megjegyzésekre szorítkoztunk, és a délután azzal a kimondatlan megállapodással végződött, hogy mivel a csapat háromnegyed része nem igazán élvezte az irányunkban megnyilvánuló röpke média érdeklődést, hagyjuk, hogy a mentális egészségünket érintő jelenlegi izgalom magától elenyészen. Aztán pár órával azután, hogy hazaértem, felhívott Teó, és megkérdezte, miért nem mondtam el neki, hogy láttam egy angyalt. Jess Nem örültek neki. Martin volt a legrosszabb. Ő egészen a falra mászott. Felhívott otthon, és vagy tíz percen át csak mondta a magáit de tudtam, hogy minden rendben lesz, mert apu vette fel a telefont, és Mártin neki semmit sem mondott. Ha mondott volna valamit apunak, akkor annyi. Csak az kellett, hogy mi négyen összetartsunk, és ha ez megvolt, akkor mondhattunk bármit, hogy mit láttunk. Mert az a helyzet, hogy egy ennyire jó ötletet nem szabad veszni hagyni, nem igaz? És ezt ők is tudták, és ezért gondoltam, hogy végül majd ők is megbarátkoznak vele, ami aztán meg is történt nagyjából. És számomra ez volt a csapat első nagy próbatétele. Mindannyian egyértelmű választás előtt álltak. Velem vannak, vagy nem. És hogy őszinte legyek, ha úgy döntöttek volna, hogy nem, akkor kétlem, hogy utána még közösködni akarok velük bármiben is. Az sok mindent elárult volna a jellemükről. Bevallom, egy kicsit csalafinta voltam. Először is megkérdeztem JJ-től, hogy hívják azt a nőt, aki aznap délelőtt járt nála, és ő megmondta a nevét, meg azt is, hogy milyen újságnál dolgozik, amire nem is számítottam, de jól jött. Azt hitte, csak beszélgetni akarok, de én gondoltam, hogy még jó lehet valamire. És amikor hazaértem, felhívtam az újságot. Azt mondtam, csak vele vagyok hajlandó beszélni, és amikor megmondtam a nevem, megadták a mobil számát. Lindának hívták, és igazán barátságos volt. Azt hittem, hogy majd egy kicsit furának találja a dolgot, de nagyon érdeklődő meg lelkes volt. De tényleg? Ha volt valami hibája, mint újságírónak, azt mondanám, hogy kicsit túlzásba is vitte a bíztatást. Rögtön mindent elhitt és megbízott bennem. Tudjátok, egy jó újságírótól azt várná az ember, hogy elkezdi. Na és honnan tudhatom, hogy maga az igazat mondja? Meg ilyesmi. De mondhattam volna neki akármit, mindent leírt volna. Kicsit olyan amatőr volt, de ez maradjon köztünk. Szóval elkezdi, hogy... Na és hogy nézett ki az az angyal, Jess? Egy csomószor mondta azt, hogy Jess. Nagyon mutatni akarta, hogy milyen jó barátok vagyunk. Ezt végig gondoltam már előtte. Hülyeség lett volna azt mondani, hogy úgy nézett ki, mint egy templomi angyal szárnyakkal meg minden. Úgy gondoltam, hogy azzal rossz vágányra terelném a dolgot. Meg úgy döntöttem, hogy fiú lesz, amiatt a Gabriel miatt. Nem olyan, amilyennek ennek gondolná, mondtam. Mire Linda, hogy úgy érti, nem volt szárnya meg glóriája, Jess? És nevetett, mintha azt mondaná, ugyan miféle idióta mondaná, hogy látott egy angyalt szárnyakkal meg glóriával. Ebből is tudtam, hogy jól döntöttem. Én is nevettem, és azt mondtam, nem, egészen modernül nézett ki, mire ő, hogy. Valóban. Mindig ezt csinálom, amikor azt mesélem, hogy mit mondott valaki. Hogy és elkezdtem mire én, mire ő, és így tovább. De amikor egy beszélgetés sokáig tart, akkor ez elég unalmas, nem? Mire én, mire ő, mire én, mire ő. Úgyhogy mostantól úgy folytatom, mint egy színdarabot, oké? Okay? Nem vagyok túl jól veszőben, meg ilyenekben, de az iskolából emlékszem rá, hogy milyen egy színdarab. Én. Aha, modernul volt öltözve. Úgy nézett ki, mintha akár egy bandában is játszhatna. Linda. Bandában? Milyen bandában? Én. Nem tudom. A Radioheadben, vagy ilyesmiben. Linda. Miért éppen a Radioheadben? Nem mondhattam semmit anélkül, hogy felnetett volna valami kérdést. Azért mondtam a Rédióhedet, mert nem nagyon néznek ki se hogyan sem. Egyszerű fazonok nem igaz? Én. Nem tudom, vagy a blőrben. Vagy. Mm, ki is az a srác? Abban a filmben. Nem az, akihez nem ment hozzá Jennifer Lopez, hanem a másik. És így nyert egy Oszkár díjat, mert jó volt matekból, pedig csak egy takarító srác volt. A szőke! Met! Linda. Úgy nézett ki az angyal, mint Matt Damon. Én. Ja, azt hiszem. Egy kicsit. Linda. Szóval egy jóképű angyal, aki úgy nézett ki, mint Matt Damon. Én. Azért annyira nem, mint Matt Damon. De ja. Linda. És mikor jelent meg ez az angyal? Én. Hogy mikor? Linda. Igen, mikor? Úgy értem, mennyire voltak közel ahhoz, hogy ö, ugorjanak. Én. Ó, igazán közel voltunk, ja. Az utolsó percben érkezett Linda. Hű, szóval ott álltak a tető szélén, mindannyian? Én. Aha, úgy döntöttünk, hogy egyszerre fogunk ugrani. A társaság miatt, ja. Úgyhogy ott álltunk és búcsúszkodtunk egymástól meg minden. És már el akartuk kezdeni, hogy egy, kettő, három, ugrás, amikor meghallottuk azt a hangot a hátunk mögül. Linda. Szörnyen megrémülhettek. Én, aha. Linda. Csoda, hogy nem estek le. Én, aha. Linda. Szóval mindannyian fordultak Én, Aha, mindannyian hátrafordultunk, és azt mondta... Linda, bocsánat, milyen ruhát viselt? Én. Hát csak olyan izé... Olyan bő volt rajta. Olyan bő fehér szerkó. Egész divatos. Úgy nézett ki, hogy jó pár fontjába kerülhetett. Linda. Divatházban vehette? Én. Ja. Linda. Nyakkendő? Én. Nem, az nem volt rajta. Linda. Egy hanyag eleganciájú angyal. Én. Aha, olyan lezseren csikkes. Linda. És rögtön tudták, hogy nem ember? Én. Ó, hát persze. Linda. Honnan? Én. Olyan ö, elmosódott volt, mintha nem lett volna rendesen behangolva a csatorna. És át lehetett látni rajta. Nem lehetett látni a máját, vagy ilyesmi csak szóval lehetett látni a házakat mögötte. Ja, igen, és a tető fölött lebegett. Linda. Milyen magasan? Én. Hát jó magasan, ja. Amikor először megláttam, azt gondoltam, hogy hű, ez a srác öt méter magas. De amikor lenéztem a lábára, az egy méterrel volt a tető fölött. Linda. Szóval kb. négy méter magas volt. Én. Akkor két méterrel a tető fölött. Linda, szóval, három méter magas? Én. Ja, három méter, olyasmi? Linda. Szóval a lába a maguk feje fölött volt. Én kezdtem kiakadni, hogy mit van úgy oda a méterekkel, de próbáltam nem mutatni. Ja, először, de azután, mintha rájött volna, hogy eltúlosta, és szóval. Kicsit lejebereszkedett. Az volt a benyomásom, hogy már jó ideje nem lebegett. Kicsit olyan berosdásodottnak tűnt. Menet közben találtam ki ezt az egészet. Úgy értem, már tudjátok, hogy én találtam ki. De figyelembe véve, hogy nem nagyon gondoltam át semmit, mielőtt felhívtam Lindát, egészen elégedett voltam magammal. Lindának minden esetre tetszett. Linda. Fantasztikus! Én. Ja, tényleg az volt. Linda. Na és, mit mondott? Én. Hát azt mondta, ne ugorjatok. De nagyon szelíden mondta, nyugodtan, volt benne valami olyan belső bölcsesség. Látszott rajta, hogy az úr küldötte. Linda. Ezt mondta is? Én. Nem ezekkel a szavakkal. De ki lehetett találni? Linda. A belső bölcsessége miatt? Én. Aha. Volt valami olyan kisugárzása, mint aki személyesen találkozott Istennel. Király volt. Linda. Ez minden, amit mondott? Én. Hát még azt is, hogy a ti időtök még nem jött el. Menjetek vissza, és adjátok át az embereknek a vigasz és az örömüzenetét. És mondjátok meg nekik, hogy a háború hülyeség. Amiben egyébként személy szerint hiszek. Az utolsó mondat, hogy amiben egyébként személy szerint hiszek, nem volt része a darabnak. Csak plusz információt adok nektek, hogy jobban el tudjátok képzelni, milyen ember vagyok. Linda. És szándékukban állt terjeszteni ezt az üzenetet? Én. Ja, na-ná! Na. Ezért is akarjuk megcsinálni ezt az interjút. És ha az olvasói között vannak nagyhatalmi vezetők, tábornokok, terroristák vagy ilyesmi, akkor megtudhatják, hogy... Isten nem ugrál örömében per pillanat. Nagyon is ki van bukva, amiatt, ami itt folyik. Linda Biztos vagyok benne, hogy az olvasóink ezt nagyon gondolatébresztőnek találják majd. És ő mindannyian látták? Én. Ó, igen? Nem lehetett nem látni. Linda. Martin Sárp is látta? Én. Ó, igen, persze, ő is látta. Ő még nálunk is inkább látta. Nem egészen tudtam, hogy ezzel mit akarok mondani, de éreztem, mennyire fontos neki, hogy Mártin is benne legyen. Linda. Na és most? Én. Hát ki kell találnunk, hogy mit csináljunk? Linda. Hát persze. Más újságokkal is fog ő beszélni? Én. Ó, persze, még szép. Megvoltam elégedve, végül is megvágtam öt lepedőre. De meg kellett ígérnem, hogy mindenkivel lesz lehetősége beszélni. JJ. Először nem tűnt úgy, hogy túl bonyolult lesz. Oké, okay. egyikünk sem repesett az örömtől, amiért jazz belerángatott minket ebbe az angyal témába, de nem tűnt olyasminek, amin érdemes összeveszni. Összeszorítjuk a fogunkat, és azt mondjuk, láttunk egy angyalt, felmarkoljuk a pénzt és megpróbáljuk elfelejteni, hogy ez megtörtént. De másnap ott ültök egy újságíró előtt, és mindannyian fapofával bólogattok, hogy ja, aha, ez a kibaszott angyal úgy nézett ki, mint meddémon, és a lojalitás a világ leghülyébb erényének tűnik. Meg nem is úgy volt, hogy csak lezavarja az ember a dolgot, amikor állítólag angyalt látott. Nem mondhatod, hogy ja, aha, egy angyalt, nagy ügy. Mert angyalt látni nyilvánvalóan tényleg nagy ügy. Szóval úgy is kell viselkedned, hogy hű, meg ha, és tátott szájjal kell ámoldoznod, és nem olyan egyszerű tátott szájjal álmodozni, amikor az ember összeszorítja a fogát. Morin volt talán az egyetlen köztünk, aki meggyőző tudott volna lenni, mert ő hitt az ilyesmikben. Úgy, ahogy. De mivel ő hit benne, épp neki esett a leginkább nehezére hazudni. Morin! Mondta Jess türelmesen és lassan, mintha Morin egyszerűen csak buta volna, nem pedig a halhatatlan lelke miatt aggódna. Ötezer fontért csináljuk! Az újság elintézte, hogy valaki abból az otthonból vigyázzon Mettire, és abban a kávéházban találkoztunk Lindával, ahol új évkor reggeliztünk. Lefényképeztek bennünket, a legtöbb csoportkép volt, de aztán csináltak még párat kint is, amint az ég felé mutatunk és le van esve az állunk a csodálkozástól. Végül is azokat nem használták fel. Valószínűleg azért, mert volt, aki egy kicsit eltúlozta, egy valaki meg egyáltalán nem volt hajlandó rá. És aztán, a fényképezés után, Linda kérdéseket tett fel nekünk. Mártira utazott, ő volt az aduász. Ha ki tudja szedni Mártir sárbból, hogy egy angyal mentette meg az önnyilkosságtól, más szavakkal, Mártin Sárp hivatalosan az aláírásával igazolva azt mondja neki, hogy budgyant vagyok, akkor címlapsztória van. Ezt Martin is tudta, úgyhogy hősies volt a teljesítménye, vagy legalábbis olyan közel állt a hősiességhez, amilyen közel csak juthatsz hozzá, ha te vagy begerjed, Sárp, a csevely sósztár, aki valószínűleg soha életében nem tesz semmi olyat, aminek közel lenne a tényleges hősiességhez ahogy Martin elmondta Lindának, hogy angyalt látott. Az arra Sidney kárton nevű csókára emlékeztetett a két város történetéből, amikor megy a giotin alá, hogy a cimborája tovább élhessen. Martin olyan képet vágott, mint akinek mindjárt lenyisszantják a fejét a közjó érdekében. Csak épp abban a Sidney nevű csókában volt valami belső nemesség, és valószínűleg úgy is nézett ki. Martin viszont láthatóan csak kurvára ki volt akadva. Eleinte jazz beszélt mindannyiunk helyett, de aztán Lindának eleget belőle, és elkezdte közvetlenül Martinhoz intézni a kérdéseit. Szóval, amikor az az alak elkezdett lebegni... Lebegni. Jól mondom? Lebegett, erősítette meg Jess. Ahogy már mondtam, először túl magasan lebegett, mert kiment a gyakorlatból, de aztán megtalálta a megfelelő magasságot. Martinnak megrándult az arca, mintha attól, hogy az angyal nem volt hajlandó a lábával érinteni a talajt, ez az egész még kínosabb lett volna számára. Szóval, amikor az angyal ott lebegett maga előtt, Martin, maga mit gondolt? Hogy mit gondoltam? Nem igen tudtunk akkor gondolkozni, igaz? mondta Jess. Túlságosan meg voltunk döbbenve. Hát igen, mondta Martin. De csak kellett gondolnia valamit mondta Linda. Még ha csak annyit is, hogy A mindenit vajon sikerül-e megbeszélnem vele, hogy eljön a koránkei aranyat lejbe biztatóan nevetett. Hát. Mondta Martin. bizonyára tudja, hogy már egy ideje nem vezetem azt a műsort. Úgyhogy fölösleges lett volna megkérdezni tőle. De van egy műsora az egyik kábelcsatornán. Van. Szóval esetleg abba elmehetett volna. Újabb bíztató kacaj. Többnyire a szórakoztatóiparból hívunk vendégeket, humoristákat, sorozatsztárokat, néha egy, egy sportolót. Szóval azt mondja, hogy nem akarná meghívni a műsorába. Úgy tűnt, Linda nagyon rákattant erre a arra, és sehogy sem akarja elereszteni. Nem tudom. Nem tudja, horkant fel Linda. Azért éppenséggel nem David Letterman sójáról beszélünk, nem igaz? Nem hiszem, hogy rohamoznák magukat a sztárok, csak hogy szerepelhessenek a sóban. Jól megvagyunk. Valahogy az volt az érzésem, hogy Linda nem fogja fel a sztori lényegét. Egy angyal! aki talán magának az úrnak a küldötte, ki tudja, meglátogatott egy árcsői toronyházat, hogy lebeszéljen mindannyiunkat az öngyilkosságról, és erő azt akarja tudni, hogy miért nem hívták meg azon a csevely sóba. Nem is tudom, az ember azt gondolná, hogy ez egy olyan kérdés, ami csak valahol az interjú vége felé bukkan fel. Minden esetre ő lenne az első olyan ember a műsorban, akiről már hallottunk. Szóval már hallott róla? kérdezte Martin erről a bizonyos angyalról, amelyik úgy néz ki, mint Matt démon. Hallottam már angyalokról, mondta Linda. Hát, biztos vagyok benne, hogy hallott már színésznőkről is, mondta Martin. Azok is szoktak szerepelni nálunk. Most ezzel mire akarunk kiukadni, mondtam. Maga valóban arról akar cikket írni, hogy Matt angyal miért nem volt még a Martin show vendége? Így hívják? kérdezte Linda, Mett angyalnak? Általában csak az angyalnak, mondta Jess. De... Engedné, hogy Martin válaszoljon néhány kérdésre? Már egy csomó mindent kérdezett tőle, mondta Jess. Mori meg még semmit sem mondott, és JJ se sokat. Martin az, akiről a legtöbb olvasónk már hallott, mondta Linda. Martin szóval így nevezik? Egyszerűen csak az angyalnak, mondta Martin. Azon az éjszakán, amikor meg akarta ölni magát, boldogabbnak nézett ki, mint most. Tisztázhatnék valamit, mondta Linda. Maga látta őt, ugye, Martin? Martin fészkelődött a székében. Látni lehetett, hogy végig kutatja az agya rejtett zugait, hát ha van olyan menekülési útvonal, amit eddig nem vett észre. Ó, igen, mondta végül, láttam persze, olyan döbbenetes volt. És ezzel végül is belesétált a ketrecbe, amit Linda kinyitott neki. Az emberek ezek után nyugodtan böködhették botokkal, és nevezhették mindenfélének. Ő meg nem tehetett mást, mint hogy ül és elviseli, mint egy torszülött, akit kiállítottak a cirkuszi sátor mellett. Persze most mindannyian ilyen torszülöttek lettünk. Amikor a barátaink, a családtagjaink és a volt szeretőink másnap reggel kinyitották az újságot, két lehetséges következtetés valamelyikére juthattak. Egy, mindannyian becsavarodtunk, vagy kettő átverő művészek vagyunk. Oké, okay. szigorúan véve lehetett volna még egy harmadik következtetés is, hogy igazad beszélünk láttunk egy angyalt, amelyik úgy nézett ki, mint Matt És olyan okokból, amiket csak ő maga ismer, azt mondta nekünk, hogy jöjjünk le a tetőről. De meg kell, hogy mondjam, egyetlen olyan embert sem ismerek, aki ezt elhinné. Vagy talán csak az Ida nevű nagynénémet, aki alabamában él, és minden vasárnap délelőtt kígyókat egzecíroztat a templomában. De ő persze hibbant. És nem is tudom, srácok, de nekem úgy tűnt, hogy innen nehéz lesz visszakecmeregnünk. Ha térképet rajzolnánk, és mondjuk a jelzálok kölcsönök, a normális emberi kapcsolatok, az állások meg az effélék, mindazok a dolgok, amelyek a normális életet alkotják New Orleansban volnának, akkor most, hogy előálltunk ezzel a baromsággal, mi valahol Észak-Alaszkában találnánk magunkat. Ugyan kiadna munkát egy olyan csókának, aki azt mondja, hogy angyalokat lát, és kiadna munkát egy olyan csókának, aki csak azért lát angyalokat, mert ezzel kereshet pár fontot? Nem, nekünk végünk volt, mint komoly embereknek. Eladtuk a komolyságunkat 1250 angol fontért, és amennyire én átláttam a dolgokat, annak a pénznek ki kellett tartani az életünk végéig. Ha csak nem látjuk meg Istent, Elviszt vagy Diana hercegnőt. Csak persze őket már igazából kell látnunk és fényképeket készítenünk róluk. Alig több mint két évvel ezelőtt az áriem menedzser eljött megnézni a Big Yellow-t, és megkérdezte érdekelne minket, hogy az ő cége képviseljen bennünket, mire azt mondtuk, hogy jó nekünk az, ami van. Az árjem. 26 hónappal ezelőtt ott ültünk abban a menő irodában, és az a srác próbált meggyőzni bennünket. Oké? Okay? És most olyan emberek társaságában ültem, mint Morin és Jess, és részt vettem a szánalmas erőfeszítésükben, hogy kicsikarjanak pár fontot valakiből, aki szíves örömest adja nekünk azt a lét, feltéve, hogy készek vagyunk totál hülyét csinálni magunkból. Ha az elmúlt két év megtanított valamire, akkor arra biztosan, hogy nincsen semmi, amit el ne tudna kurdni az ember, ha nagyon igyekszik. Az egyetlen vigaszom az volt, hogy én itt senkinek se vagyok, se a barátja, se a rokona, senki sem tudja, hogy ki vagyok. Leszámítva talán csak a banda néhány rajongóját, de ő rájuk meg szívesebben gondolok úgy, hogy nem olyan emberek, akik olvasnák Linda újságját. Meg esetleg a pizzázóból is a kezébe kerülhet egyik másik srácnak egy kósza példány, de ők rögtön kiszagolnák a lóvét és a kétségbeesést, és ugyan mit érdekelni őket a megaláztatás. Úgyhogy nem marad más, csak Lizi, és ha meglát rólam egy képet, amin totál idiótának nézek ki, ám legyen. Tudjátok, miért szakított velem? Azért szakított velem, mert kiderült, hogy végül mégsem lesz belőlem rockstar. El tudjátok ezt hinni, bazd meg? Nem, nem tudjátok, mert túl van minden határon, és ezért hihetetlen. Szarrágás, asszony a neved! Tudjátok, azzal a ponton úgy gondolkodtam, hogy Lizit nem bántaná, ha látna, hogy mennyire ki vagyok bukva miatta. Ami azt illeti, ha egy időre láthatatlanná válhattam volna, akkor az egyik első dolgom, miután kirabolok egy bankot és bemegyek egy edzőterem női zuhanyzójába, meg a szokásos mi egymás, az lett volna, hogy odatolom elé az újságot, és nézem, ahogy olvassa. Hát, nem tudtam semmiről semmit. Akkor még. Azt hittem, tudok ezt azt, de nem tudtam. Morin. Úgy éreztem, soha többé nem fogok tudni elmenni a templomba a Lindával folytatott beszélgetés után. Előző nap gondolkodtam rajta egy kicsit. Szörnyen hiányzott, és arra gondoltam, lehet, hogy az úr nem bánná olyan nagyon, ha csak ülnék ott hátul, és nem mennék gyónni. Valahogy kiosonnék még az úrvacsora előtt. De miután azt mondtam Lindának, hogy láttam egy angyalt, tudtam, hogy többé szó sem lehet a templomról, hogy soha többé nem mehetek be oda egészen a halálom órájáig. Nem tudtam pontosan, hogy milyen bűnt követtem el, de biztos voltam benne, hogy az angyalok kitalálásával kapcsolatos bűnök halálosak. Még mindig úgy gondoltam, hogy a hat hét letelte után meg fogom ölni magam. Ugye mitől gondoltam volna meg magam? De elfoglaltabb voltam, mint bármikor. Interjúk, megbeszélések, úgyhogy ez kicsit elterelte a gondolataimat. De ez a sok rohangálás csak aféle kapkodásnak tűnt, mintha pár dolgot még el kellene intéznem, mielőtt szabadságra megyek. Szóval ez voltam. Egy ember, aki hamarosan meg fogja ölni magát, amint tud időt szakítani rá. Azt akarta mondani, hogy akkor látta meg az első kis csillanást azon a napon, amikor Linda interjút készített velünk, de nem igazán így volt. Inkább olyan volt, mintha már kiválasztottam volna, hogy mit fogok nézni a tévében, és már kezdtem készülni rá, amikor észrevettem, hogy valami mást is adnak, ami talán érdekesebb lenne. Nem tudom maguk, hogy vannak vele, de én nem mindig szeretem, ha lehet választani. Végül az ember ide-oda kapcsolgat a két film között, és egyiket sem nézi meg rendesen. Nem is tudom, hogy csinálják azok, akiknek kábel tévéjük van. Az történt, hogy az interjú után egyszer csak JJ-vel kezdtem beszélgetni. Indult vissza a lakására, én meg a busz megálló felé mentem, és végül is együtt mentünk. Nem vagyok biztos benne, hogy akarta, mert jóformán nem is szóltunk egymáshoz, mióta megütöttem azt az embert szilveszterkor, de ez éppen olyan kínos helyzet volt, hogy öt lépéssel mögötte mentem, úgyhogy megállt, hogy bevárjon. Hát, ez kemény volt, mi? mondta. Mire meglepődtem, mert azt hittem, hogy egyedül én találtam olyan kínosnak a helyzetet utálom a hazugságot, mondtam. Rám nézett és nevetett, és akkor eszembe jutott az ő hazugsága. Nem akartam megbántani, mondtam. Én is hazudtam. Hazudtam az angyalak kapcsolatban. Meg Metinek is hazudtam, hogy egy partira megyek szilveszterkor, meg a gondozó embereinek is hazudtam. Szerintem Isten meg fogja magának bocsátani ezeket, Mentünk tovább, és aztán egyszer csak minden ok nélkül megkérdezte: Mi kellene hozzá, hogy meggondolja magát? Miben? Hát, tudja, hogy véget akar vetni az egésznek. Nem tudtam, mit mondjak. Ha mondjuk megállapodást köthetne Istennel. Ott ül magával szemben az asztalnál a kaporszakállú. És azt mondja, oké, okay, Morin, mi szeretünk téged, és igazán azt akarjuk, hogy maradj ott, ahol vagy, a földön. Mit tehetünk, hogy rávegyünk? Mit ajánlhatunk fel? Isten személyesen tőlem kérdezi ezt? Aha. Ha ő személyesen szólna hozzám, akkor semmit sem kellene felajánlania. Valóban? Ha Isten. Az ő végtelen bölcsességében azt akarná, hogy maradjak a földön. Akkor hogyan kérhetnék tőle bármit is? J.J. nevetett. <laughs> Oké, okay. akkor nem az Isten, hanem ki? Hát egy, egy olyan, nem is tudom, egy olyan kozmikus nagy nagyfőnök, vagy miniszterelnök, Tony Blair, Olyas valaki, aki sok mindent el tud intézni. Az embernek nem kell azt csinálnia, amit Tony Blair mond, anélkül, hogy kérne valamit cserébe. Meg tudja gyógyítani Metit? Nem, ő csak elintézni tud dolgokat. Szeretnék nyaralni egyszer. Jézusom, maga igazán olcsó kuncsaft. Nyugodtan végigélni az élete hátra levő részét, ha egy hetet Floridában tölthetne? Szeretnék egyszer külföldre utazni. Még sohasem voltam. Soha nem volt külföldön? Úgy mondta ezt, mintha szégyelnem kellene maga miatta, és egy pillanatig szégyeltem is. Mikor volt utoljára szabadságon? Azelőtt, hogy Meti megszületett. És mennyi idős most, Meti? Tizenkilenc. Oké. Okay. Mint a menedzsere, meg fogom kérni a kaporszakállut, hogy évente egyszer szabadságra mehessen. Vagy kétszer? Ezt nem tudja megtenni. Tényleg megijedtem. Most már értem, hogy túl komolyan vettem az egészet, de annyira valóságosnak éreztem, és úgy tűnt, hogy Évi egy szabadság túl nagy kérés. Bízom bennem, mondta JJ. Ismerem a piaci viszonyokat. Kozmikus Toninak a szeme sem fog rebbenni. És még? Kivele? vele? oh, többet igazán nem tudnék kérni. Tegyük fel, hogy megadja magának az évi két hét szabadságot. hét hosszú idő, hogy kivárja, nem igaz? És nem lesz több találkozója kozmikus Tonival. Egyetlen esélye van, most vagy soha, Mindent, amit akar, egyszerre kell kérnie tőle. Egy állás. Akar egy állást? Igen, persze. Milyen állást? Akármiet. Mondjuk, hogy egy boltban dolgozhassak. Bármit, csak ne kelljen mindig otthon lennem. Metti születése előtt dolgoztam. Egy irodacikkeket árusító boltban, a Tafnál parkban. Szerettem, szerettem a különböző tollakat, a különböző méretű papírokat és borítékokat. Szerettem a főnökömet. Azóta nem dolgozom. Oké, okay, gyerünk, gyerünk! E, talán egy kis társasági életet. A templomban néha rendeznek vetélkedőt. Olyanok, mint a vendéglői vetélkedők, csak nem a vendéglőben tartják. Szeretnék elmenni egy olyanra. Rendítsek? el tudjuk engedni a vetélkedőre. Mosolyogni próbáltam, mert tudtam, hogy JJ viccel, de valahogy nyomasztott ez a beszélgetés. Nem igazán tudtam mit kitalálni, és ez bosszantott. És valami furcsa módon félelemmel töltött el. Olyan volt, mint találni egy ajtót a házadban, amit még sohasem láttál. Szeretnéd tudni, hogy mi van mögötte? Egyesek szerették, biztos vagyok benne, de én nem nem akartam, hogy tovább beszélgessünk rólam. Na és maga? kérdeztem JJ-től. Maga mit mondanak kozmikus Toninak? Hát, nem is tudom, testvér. Mindenkit testvérnek szólít, még ha nem is a testvére, de meg lehet szokni. Talán nem is tudom, hogy újra újraélhessem az elmúlt tizenöt évet, vagy valami. Elvégezném a középiskolát, Elfelejteném a zenét. Olyan ember lennék, aki beéri azzal, ami, és nem akar az lenni, ami lenni akar. De Kozmikus Toni ezt nem tudja elintézni. Nem, ezt nem. Úgyhogy maga igazából rosszabb helyzetben van, mint én. Kozmikus Toni rajtam tud segíteni, de magán nem. Nem. Dehogy a kurva élet... Bocsánat, Morin. Nem akartam, hogy ez jöjjön ki belőle. Magának, magának igazán nehéz az élete, és egyáltalán nem a saját hibájából. Ami meg velem történt, az mind a saját hülyesége miatt van, és nem lehet összehasonlítani. Tényleg? Sajnálom, hogy egyáltalán szóba hoztam. De én nem sajnáltam. Sokkal jobban szerettem kozmikus Tonira gondolni, mint Istenre. Martin. Sárp újabb kalandja, egy hárfás éjszaka. Ez volt a főcím Linda újságjában. Az első oldalon mellett egy képpen rólam, amint kiterülve fekszem egy éjszakai bár előtt. A cikk Linda ígéretével ellentétben nem a tetőn átélt élményünk szépségét és misztikumát hangsúlyozta, egészen más volt a beállítása, nevezetesen egy volt televíziós személyiség váratlan, boldogító és vicces megtébolyodása. A bennem rejlő újságíró gyanítja, hogy Linda nagyjából beletrafált a lényegbe. – Mi a fenét jelent ez? – kérdezte tőlem Jess telefonon aznap reggel. – Volt régen egy ilyen sörreklám – mondtam Hárfa a kalandos éjszakákra. Mi köze a sörnek bármihez? Semmi, de a sör neve hárfa volt. Oké, akkor mi -e a hárfának bármihez? Állítólag az angyalok azon játszanak. Tényleg? Mondanunk kellett volna, hogy hárfán játszott, hogy meggyőzőbb legyen. Megmondtam neki, hogy szerény véleményem szerint egy hárfa hozzáadása Matt démon angyal képéhez alig, ha segített volna abban, hogy meggyőzzük az embereket a hitelességéről. Különben is miért csak rólad szól az egész kurva cikk? Minket jóformán meg se említ. Még jó páran felhívtak aznap délelőtt, Teó például, aki azt mondta, hogy sokan érdeklődtek a történet iránt, és végre adtam neki valami anyagot, amivel tud dolgozni, már ha kész vagyok beszélni a nyilvánosság előtt egy nyilvánvalóan nagyon személyes spirituális élményről, meg Penny, aki azt akarta, hogy találkozzunk és beszélgessünk, meg a lányaim. Hetek óta nem beszélhettem velük, de Szindinek az anyai ösztöne nyilván azt súgta, hogy az a nap, amikor apu benne van az újságban, és arról beszél, hogy látta Isten küldöttét, jó alkalom a kapcsolat felújítására. Tényleg láttál egy angyalt, apu? Nem. Anyu azt mondta, hogy láttál. Hát nem láttam. Miért mondta akkor, anyu azt, hogy láttál? Ezt tőle kellene megkérdezned. Anyu, miért mondtad, hogy apulátott egy angyalt? Türelmesen vártam, amíg lezajlott a röpke beszélgetés a kagylótól távol. Azt mondja, nem ő mondta, azt mondja, az újságban írják. Füllentettem kicsim, hogy keressek egy kis pénzt. Hé, ja, hogy szép ajándékot tudjak venni a születésnapodra. Ó, oh. Miért kapsz pénzt azért, hogy azt mondod, láttál egy angyalt? Azt majd máskor elmagyarázom. Ó! És aztán Szindivel is beszéltem, de nem túl hosszan. Röpke szóváltásunk alatt sikerült megemlítenem két különböző fajta nőstény házi állatot. Felhívott a főnököm is a süssfeltől. Azért hívott, hogy közölje, ki vagyok rúgva. Te viccelsz? Bár csak viccelnék, Sárpi. De nem hagytál nekem más lehetőséget. Miért? Mit tettem? Láttad az újságot ma reggel? Ez olyan nagy gond neked. Hogy őszinte legyek, kicsit dirisnek tűnsz annak a cikknek az alapján. És szerinted ez nem reklám a csatornának? Szerintem csak is negatív reklám. Szerinted a süs van olyan, hogy negatív reklám? Ezt meg hogy érted? Hogy érteném, amikor soha senki nem hallott rólunk? Az a rólatok. Hosszú-hosszú csend volt, és közben hallani lehetett a rosdásodó fogaskerekek kattogását Deklen agyában. Ah, ah, értem. Nagyon ravasz. Ez nekem eszembe sem jutott. Nem fogok könyörögni, Dek. De nekem ez egy kicsit perverznek tűnne. Felveszel, amikor senki a világon nem akar látni, és aztán kirúgsz, amikor mindenki rólam beszél. A műsorvezetőid közül hányan vannak benne a mai újságokban? Oké, oké, leesett. Már értem, mire akarsz kiukadni. Szóval, ha jól értelmezem a szavaidat, azt mondod, hogy nem létezik negatív reklám egy, egy szárny próbálgató kábel csatorna esetében. Én ezt persze nem tudtam volna ilyen elegánsan megfogalmazni, de igen, dióhéjban ennyi. Oké, okay. meggyőztél, Sárpi. Ma délután kik jönnek hozzánk? Ma délután? Igen, csütörtök van. Aha. Elfelejtetted? Hát, valahogy úgy. Aha. Szóval senki? Hát, gondolom bevihetem JJ-t, Morint és jess -t. Ők kicsodák? A másik három. A másik három kicsoda? Olvastad a cikket? Én csak azt olvastam, amelyikben az van, hogy láttál egy angyalt. Ott voltak velem fent. Hol fent? Az egész angyal dolog, deklen abból jön, hogy meg akartam ölni magam, és aztán összetalálkoztam három másik emberrel egy toronyház tetején, akik ugyanazt akarták megtenni. És aztán, hát hogy rövidre fogjam, az angyal azt mondta nekünk, hogy jöjjünk le. Beszarás. Pontosan. És gondolod, hogy be tudod hozni a másik hármat? nem biztos vagyok benne. Jessusom, na és mit gondolsz, mennyibe kerülnek? Mondjuk egy rongy per koponya, plusz a költségek. Az egyikük egy, szóval, egyedülálló szülő, és valakinek vigyázni kell a gyerekére. Hát akkor csináld! Akurva életbe! Le vannak szarva a költségek! Nagy vagy dek! Szerintem ez jó ötlet. Tetszik. Az öreg Deklen még érti a dörgést, mi? De mennyire? Deklen a tökös tévés. Azt kell mondanatok magatokban, mondtam nekik, hogy senki sem fogja nézni. Ez egy olyan régi tévés trükk, mi? mondta J.J., mint aki átlát a szitán. Nem, mondtam, higgyetek nekem. Szó szerint senki sem fogja nézni. Soha nem találkoztam senkivel, aki valaha látta volna a műsoromat. A Süsfelt TV, vagy ahogy az ott dolgozók mondják, a Csöcsfel TV világi főhadiszállása egy olyan pajtaszerűségben van Hoxtonban. Van benne egy kis recepciós helység, két öltöző, meg egy stúdió, ahol mind a négy saját gyártású műsorunkat készítjük. Minden reggel egy Candy N nevű nő kozmetikumokat árul, a csütörtök délutánon egy DJ Jó Hír nevű szivarral osztozunk, aki a halottakhoz beszél, rendszerint a recepciós, az ablaktisztító vagy a taxisofőr kérdéseit tolmácsolva, aki aztán hazaviszi, vagy bárkiét, aki történetesen épp arra jár. Jelent számodra valamit az A betű, Asif? Meg ilyenek. A többi délután régi amerikai agárversenyek felvételeit adják. Valamikor régen az volt az elképzelés, hogy a nézők majd fogadhatnak, de nem lett belőle semmi. És véleményem szerint, ha az ember nem fogadhat, akkor az agárverseny, különösen a régi agárverseny kicsit veszít a vonzerejéből. Esténként két bugyira melltartóra vetkőzött nő beszélget egymással, rendszerint bugyikról és melltartókról, miközben a nézők buja üzeneteket küldözgetnek nekik, amikkel nem törődnek. Hát, nagyjából ennyi. Declent egy rejtélyes ázsiai üzletember bízta meg a csatorna vezetésével, és mi, akik a süsfel tévének dolgozunk, azt gyanítjuk, hogy valamiképpen valami számunkra kifürkészhetetlenül homályos és ravasz módon kábítószerekkel és gyermekpornográfiával való kereskedésben veszünk részt. Az egyik elmélet szerint az agarak kódolt üzenetet közvetítenek a kereskedőknek. Ha mondjuk a szélső pályán futó kutya győz, akkor az üzenet a táj kliensnek hogy másnap kora reggel indítson útnak egy pár kiló heroinból és négy tizenhárom éves gyerekből álló szállítmányt. Szóval valami ilyesmi. A vendégeim a csak sárposanban rendszerint régi barátaim, akik így akarnak segíteni rajtam, vagy volt hírességek, akik hasonló csónakban eveznek, mint én. Lék a vízvonal alatt bármelyik pillanatban elsüllyedhet néha tegnapi sztárjaim vannak, és ilyenkor mindenkin vad izgalom lesz urrá, de a legtöbbször özönvíz előtti a felhozatal. Candy N, DJ Jó Hír és a két lengén öltözött hölgy már többször is szerepelt a műsoromban, lehetőséget adva a nézőknek, hogy jobban megismerjék őket. A csak sárposan két óráig tart, és bár a reklámszervezési részlegünk nevezetesen Karen a recepcióról mindent tőle telhetőt megtesz, ritkán szakítanak meg bennünket a szponzoraink üzenetei. A teoretikus néző alig ha érezheti bármikor is úgy, hogy akár csak egy kicsit is megkapirgáltuk a felszint a beszélgetésünkben. Úgyhogy olyan kaliberű embereket megnyerni, mint Morin és Jess, valóságos szenzáció volt, a vendégeim közül vajmi kevesen szerepeltek a műsoromban ugyanabban az évtizedben, amikor írtak róluk az újságok. Büszke voltam az interjúimra. Úgy értem, most is büszke vagyok, de abban az időben, amikor úgy tűnt, hogy semmi mást nem vagyok képes rendesen csinálni, úgy kapaszkodtam a szakmai hozzáértésembe, ahogy egy fatörsbe kapaszkodnék egy sziklafalon. A fénykoromban készítettem interjúkat részeg érzelgős színészekkel reggel nyolckor és részeg agresszív focistákkal este nyolckor. Hazug politikusokat arra kényszerítettem, hogy mondjanak valami igazsághoz hasonlót, és olyan anyákkal kellett megbirkóznom, akiket a fájdalmuk kínosan bőbeszédűvé tett, és egyetlen egyszer sem hagytam kicsúszni a kezemből a helyzet irányítását. A stúdió díványom az osztálytermem volt, és nem tűrtem a rossz viselkedést. Még azokban az elkeseredett süsfeltévés hónapokban is, amikor senkikkel és reménytelen pojátszákkal beszélgettem, olyan emberekkel, akiknek nincs semmi mondani valójuk, és azt a semmit se tudják rendesen elmondani. Vigasztaló volt arra gondolni, hogy van az életemben egy olyan terület, amiben igazán jó vagyok. Úgyhogy amikor Jess és JJ úgy döntött, hogy a műsorom egy vicc, és ennek megfelelően viselkedtek, egyszer csak csődöt mondott a humorérzékem. Természetesen bánom, hogy így történt. Jobban örülnék, ha sikerült volna kevésbé fellengzősen és lazábban viselkednem. Igaz, én biztattam őket arra, hogy beszéljenek egy felejthetetlen élményről, amely nem történt meg velük, és ezt ők is nagyon jól tudták. És tény, hogy az a felejthetetlen élmény röhelyes volt. De mégis mindezen akadályok ellenére valahogy több profizmusra számítottam. Nem akarom eltúlozni a dolgokat, egy TV interjú elkészítése nem valami kibaszott atomfizika. Kicsit elcseveksz előtte a vendégeiddel, nagyjából megbeszélitek, hogy mi lesz a beszélgetés menete, emlékezteted őket a vicces anekdótáikra, illetve ebben az esetben a megtárgyalandó fikció kőkemény tényeire, Ahogyan Jess a legelső interjújában felvázolta őket, nevezetesen, hogy az angyal úgy nézett ki, mint medd démon, a tető felett lebegett, és olyan bő fehér szerkót viselt. Ne szórakozzatok ezekkel, mondtam nekik, mert akkor gáz van. Na és mi történik? Szinte azonnal. Megkérdezem JJ-től, hogy milyen ruhát viselt az angyal, mire azt feleli, hogy az angyal egy olyan promóciós pólót viselt, ami ahhoz a Sandra Bullock filmhez készült, az alud csak én álmodomhoz. És persze, amilyen szerencsém van, Jess látta a filmet a tévében, és így képes volt hosszasan taglalni a cselekményét. Ha kérhetném, hogy maradjunk meg az eredeti témánknál, mondtam. Rengeteg ember látta az Alud csak én álmodom című filmet, de nagyon kevesek láttak egy angyalt. Ki nem szarja le? Senki se nézi ezt a műsort, te mondtad. Ez csak egy régi tévés trükk volt. Hát akkor most bajba leszünk, mert azt mondtam, ki nem szarja le. Rengeteg panaszt fogsz kapni emiatt azt hiszem a nézőink elég bölcsek ahhoz, hogy tudják, az ilyen szélsőséges élmények néha szélsőséges nyelvhasználatot eredményeznek. Ja, akkor jó. Ki nem szarja le, ki nem szarja le, ki nem szarja le, ki nem szarja le. Jess bocsánat kérően intett előbb Morin, majd Nagy-Britannia felháborodott lakói felé. Különben meg szar Sandra Bullock filmeket nézni nem különösebben szélsőséges élmény. Az angyarról beszéltünk, nem Szandra Bulokról. Milyen angyarról? És így tovább, és így tovább, még végül Deklen besétált a kozmetikumos hölgyel, és kitessékelt bennünket a stúdióból, ki az utcára, és az én esetemben ki az állásomból. Jess Valakinek írnia kéne egy dalt, vagy valamit, aminek az a címe, hogy Az apád meg az anyád szétkúrják az agyad. Valami olyasmit, hogy Az apád meg az anyád szétkúrják az agyad, miattuk érzed, kurva szarul magad. Mert tényleg? Különösen az apád. Ő nem örülne neki, ha hallanád, de ha nem lennék én meg Jen, akkor soha senki sem hallott volna róla mert nem ám ő az oktatási nagyfőnök, az a miniszter. Államtitkárból annyi van, mint a szemét, és ő csak az egyik közülük. De tényleg, tiszta lúzer egy politikus. Az ember nem bánná, ha miatt lenne lúzer, hogy kinyitotta a száját, és megmondta az őszintét, hogy mit gondol Irakról, vagy valami. De nem, ő azt mondja, amit mondanak neki, hogy mondjon. De ezzel se jut semmire. A legtöbb embernek van egy kötele, ami hozzáköti valakihez, és ez a kötél lehet rövid vagy hosszú, de nem tudhatod, hogy mennyire hosszú. Azt nem te döntöd el. Morint a kötele Metihez köti hozzá, kb. 20 centi hosszú, és megöli őt. Martint a kötele a lányaihoz köti, és mint egy hülye kutya, azt hiszi, hogy nincs is kötél. Rohanni kezd valamerre, egy éjszakai bárba egy lány után, fel egy toronyház tetejére bárhová, és hirtelen megfeszül a nyakán a kötél, folytogatni kezdi, ő meg tisztára meg van lepődve, és másnap megint ugyanazt csinálja. Azt hiszem, JJ ahhoz az Edi nevű fazonhoz van hozzá kötve, akivel egy bandában játszott, mert folyton róla beszél. Én meg kezdem megtanulni, hogy Jenhez vagyok hozzá kötve, nem az anyámhoz vagy az apámhoz, nem az otthonomhoz, ahol pedig lennie kellene a kötelemnek. Jen is azt gondolta, hogy hozzájuk van kötve, biztos vagyok benne. Biztonságban érezte magát csak, mert egy gyerek volt, akinek vannak szülei, úgyhogy csak sétált és sétált, amíg le nem sétált egy szikláról, vagy el nem bóklászott egy sivatagba, vagy ki nem kötött Texasban a szerelő pasijával. Azt gondolta, hogy majd visszarántja a kötél, de kiderült, hogy nincs is, már mármint kötél. És ő ezt a maga kárán tanulta meg. Úgyhogy én most Jenhez vagyok hozzá kötve, de Jen nem olyan szilárd, mint egy ház. Ő lebeg, röbdös ide-oda, senki sem tudja, hogy hol van, és igazából így kurvára haszontalan, nem igaz? Na mindegy. Nem tartozom semmivel anyunak és apunak. És ezt anyu is tudja. Régesség lemondott róla, hogy bármit is várjon tőlem. Még mindig egy idegroncs Jen miatt is gyűlöli aput róla meg lemondott, úgyhogy nála minden tökre világos. De apu komolyan azt gondolja, hogy elvárhat dolgokat, ami egy vicc. Például Mutogatott nekem mindenféle cikkeket, amikben azt írták, hogy le kellene mondania, mert a lánya olyan szarállapotban van, mintha nekem bármi közöm lenne hozzá. Úgyhogy elkezdem. Na és mondj le. Vagy nem mondj le. Tök mindegy. Egy karrier tanácsadóval kellett volna elbeszélgetnie nem a lányával. Különben meg nem is voltunk sokáig az újságokban. Még egyszer leakasztottunk egy adag pénzt egy új ötös csatorna csevelysótól. Ezúttal igazán igyekezni akartunk, hogy jól csináljuk, de a nő, aki a műsort vezette, kurvára kiakasztott, úgyhogy megmondtam neki, hogy az egészet csak kitaláltuk, hogy keressünk bár fontot, mire kizavart bennünket, és az a sok buta, agyhalott öreg spiné a közönségben fújolt meg húrogott. És ennyi volt, többé senki sem akart beszélni velünk. Kénytelenek voltunk kitalálni, hogyan szórakoztassuk magunkat. Nem volt túl nehéz. Nekem rengeteg ötletem volt. Például az én ötletem volt, hogy rendszeresen jöjjünk össze egy kávéra, vagy morinná, vagy valahol izlingtonban, ha találunk valakit, aki vigyáz metire. Nem bántuk, hogy a pénz egy részét elköltjük babysitterekre, vagy tudom is én, hogy nevezzük őket, úgy tettünk, mintha azért csinálnánk, hogy morinnak legyen egy kis kikapcsolódása. De igazából nem akartunk mindig ő hozzá menni. Nem sértésből mondom, de Meti azért elég nyomasztólag hatott mindenkire. Mártinak persze nem tetszett az ötletem. Először is azt akarta tudni, mit jelent, hogy rendszeresen, mert nem akarta elkötelezni magát. Én meg erre, hogy ja persze, se kutyád, se kölyköd, se feleséged, se csajolt, se állásod, biztos nehéz lehet időt szakítani. Mire ő, hogy ez nem idő, hanem választás kérdése. Mire emlékeztetnem kellett, hogy beleegyezett, hogy a csapat tagja lesz? Mire ő, hogy. Na és? Mire én, hogy. Mi értelme beleegyezni valamibe? Mire ő, hogy. Semmi. És ezt viccesnek gondoltam, mert én is nagyjából ugyanezt mondtam a tetőn szilveszterkor. Én meg erre azt mondtam: Hát te sokkal idősebb vagy nálam, és az én fiatal tudatom még nincs teljesen kialakulva. Mire ő, hogy. Hát ez az. És aztán nem tudtunk megegyezni abban, hogy hol találkozzunk. Én a Starbucksba akartam menni, mert szeretem a frappuccinót, meg az ilyesmiket, de JJ azt mondta, ő nem rajong az ilyen multinacionális üzletláncokért. Martin megolvasott valami flancos magazinban egy olyan kis snob kávézóról az Essex Road és Apple Street között, ahol saját kávét termesztenek, amíg te vársz a rendelésedre vagy valami. Úgyhogy végül is oda mentünk csak, hogy örüljön. Na, szóval a hely épp megváltoztatta a nevét és a stílusát. A sznobéria nem volt kifizetődő, úgyhogy már nem volt sznob. Azelőtt tres Máriásznak hívták, ami egy gát neve volt Brazíliában. De a srác, aki vezette, úgy gondolta, hogy ez a név összezavarja az embereket, mert ugyan mi köze lehet egy Máriának a kávéhoz, háromról nem is beszélve. Úgyhogy most kávékapitánynak hívták, és mindenki tudhatta, hogy mit árulnak benne, nem mintha sokat változtatott volna a dolgokon. Így is töküres volt. Bementünk, és a srác, aki vezette olyan régi katonai egyenruhát viselt, és tisztelget nekünk, és azt mondta, kávékapitány áll a rendelkezésükre. Szerintem vicces volt, de Mártin elkezdte, hogy Jézus Mária, és ki akart menni. De kávékapitány nem engedte, annyira kétségbe volt esve. Azt mondta, hogy ingyen kapjuk a kávét az első látogatásunk alkalmával, meg egy sütikét is, ha akarunk. Úgyhogy nem mentünk el, de akkor meg kiderült, hogy baromi kicsi a hely. Olyan három asztal volt, és mindegyik tíz centire a pultól, úgyhogy kávékapitány minden szavunkat hallotta. És hát figyelembe véve, hogy kik vagyunk, és hogy mi történt velünk, személyes dolgokról akartunk beszélgetni, és baromira zavart, hogy ott áll. Mártin elkezdte, hogy na, ígyjuk meg, aztán menjünk, és már állt is fel. De kávé kapitány erre rögtön megszólalt, hogy most meg mi a baj? Úgyhogy megmondtam neki, hogy az a helyzet, hogy bizalmas dolgokról kell beszélgetnünk, mire ő, hogy ő tökéletesen megérti, és kimegy, amíg mi befejezzük. Mire én, hogy de komolyan minden, amit mondunk, bizalmas olyan okokból, amikben nem szeretnénk belemenni. És erre azt mondta, hogy nem számít, akkor is kint fog várni, ha csak nem jön közben valaki más is. És ezt is csinálta, és ezért mentünk aztán a Starbucksba a kávé találkozóinkra. Nehéz volt arra koncentrálni, hogy milyen szerencsétlenek vagyunk, miközben az az egyenruhás idióta kint állt az ablak előtt, és azt figyelte, nehogy lopjunk a süteményeiből, vagyis a sütikéiből, ahogy ő mondta. Az emberek a Starbucks féle helyekről folyton azt mondják, hogy mennyire személytelenek meg minden de mi van akkor, ha valakinek épp arra van szüksége? Ellennék veszve, ha úgy lenne minden, ahogy JJ meg a hozzá hasonlók akarják, és semmi személytelen nem maradna a világban. Jó érzés tudni, hogy vannak tágas, ablaktalan helyek, ahol senki le se szarja az embert. Jó adag magabiztosság kell hozzá, hogy bemenjen az ember egy kis helyre, ahol törzs vannak, kis könyvesboltokba, meg kis lemezboltokba, meg kis éttermekbe és kávézókba. Én a legjobban a Virgin Megastore-ban, meg a borders meg a Starbucks-ban, meg a Pizza Express-ben érzem magam, ahol mindenki tojik rád, és senki sem tudja, hogy ki vagy. Anyu és apu folyton azt mondják, hogy mennyire nincs lélek ezekben a helyekben, mire én, hogy ja, épp az a frankó bennük. Az olvasókörös téma JJ ötlete volt. Azt mondta, Amerikában sokan csinálják, már mint hogy könyveket olvasnak és beszélnek róluk. Martin meg hozzátette, hogy itt is kezd divatba jönni. De én soha nem hallottam róla. Úgyhogy nem lehet olyan nagyon divatos. Különben olvastam volna róla a Kábán és Bódultam magazinban. Kb. az volt benne az ötlet, hogy valami másról is beszélgessünk, és ne azon kezdjünk el vitatkozni, hogy ki is az idióta és ki a segfej, mert általában ezzel végződtek a Starbucksban töltött délutánjaink. Na, és úgy döntöttünk aztán, hogy olyan emberek könyveit fogjuk olvasni, akik megölték magukat. Mert hogy ők a mi fajtánk, és úgy gondoltuk, meg kell tudnunk, hogy mi játszódott le a fejükben. Martin azt mondta, szerinte többet tanulhatnánk olyan emberektől, akik nem ölték meg magukat. Arról kellene olvasnunk, hogy mi olyan szuper az életben maradásban. Nem arról, hogy mi olyan szuper abban, hogy kinyírja magát az ember. De kiderült, hogy van kb. 25 millió 6983 olyan író, aki nem ölte meg magát, és három vagy négy olyan, aki igen. Úgyhogy a könnyebb utat választottuk, és a kisebb kupac mellett maradtunk. Megszavaztuk, hogy a média szerepléseinken keresett pénzből fogjuk megvenni magunknak a könyveket. Na szóval kiderült, hogy egyáltalán nem ez volt a könnyebb út. A kurva életbe, de tényleg. Próbáljátok meg elolvasni azoknak a fazonoknak a könyveit, akik megölték magukat. Virginia woolf kezdtük, és csak két oldalt olvastam el abból a világító tornyos könyvéből, de annyi elég is volt, hogy tudja, miért lett öngyilkos. Azért lett öngyilkos, mert nem tudta megértetni magát. Elég egy mondatot elolvasni hozzá, de tényleg. Kicsit még azonosulni is tudok vele, mert néha én is szenvedek ettől, de ő elkövette azt a hibát, hogy a nyilvánosság előtt csinálta. Úgy értem, bizonyos szempontból ez szerencse, mert hagyott maga után valamiféle szuvenírt, hogy a magunkfajta emberek tanulhassanak az ő nehézségeiből, meg ilyesmi. De az ő fejére csak bajt hozott. Meg bal is volt, ha jobban belegondol az ember, mert a régi szép időkben bárki kiadathatta a könyvét, akkor még nem volt olyan nagy a konkurencia. Úgyhogy az ember bemehetett egy kiadóba, és elkezdhette, hogy hé, az a helyzet, hogy szeretném, ha ezt kiadnák, mire ők, hogy ó, rendben. Ma meg azt mondanák, hogy jaj, nem aranyom, húzzon innen, senkit senki sem érteni. Próbálkozon inkább pilátesz gyakorlatokkal vagy a szalszával. JJ volt az egyetlen, aki szerint fantasztikus, úgyhogy eléggé leugattam, mire ő meg leugatott engem, amiért nem tetszett. Elkezdi nekem, hogy csak azért, mert az apád olvas, igaz? Te azért akarsz ilyen bunkó maradni. Amire könnyű volt válaszolni, mert hogy bocs, de apu nem olvas könyveket, és ezt meg is mondtam neki. És elkezdtem, hogy azért vagy úgy oda, mert nem jártál iskolába. Mi? Ezért gondolod azt, hogy minden könyv szuper, még az is, amelyik szar. Mert némelyik ember ilyen, nem igaz? Semmit sem szabad mondanod a könyvekről, mert a könyvek azok könyvek, és a könyv az az Isten. Na mindegy, szóval ez nem nagyon tetszett neki, ami azt jelenti, hogy az elevenébe találtam. Azt mondta, hogy látja, mi fog történni az olvasókörünkkel. Azt fog történni vele, hogy tönkreteszem, és nem érti, hogy lehetett olyan hülye, hogy másra számítson. Mire én, hogy nem fogok semmit se tönkretenni. Ha egy könyv szar, akkor szar, nem mondhatok mást. Mire ő, hogy ja, de te mindegyikre azt fogod mondani, hogy szar, mert annyira kibaszottul negatív vagy, bocsánat, Morin. Mire én, hogy ja, te meg mindegyikre azt fogod mondani, hogy szuper, mert egy olyan görény vagy. Mire ő, hogy igenis, mindegyik szuper. És végig sorolta az összes embert, akiről beszélgetnünk kellett volna az olvasókörben. Primo Levi Hemingway. Mire megkérdeztem, na és mi értelme ennek az olvasó körösdinek, ha előre tudjuk, hogy mind szuper? Mi érdekes van abban? Mire ő, hogy ez nem a megasztár testvér. Nem az a lényeg, hogy szavazza legjobbra. Mindegyik jó, és mi ezt elfogadjuk, és az eszmékről beszélgetünk. Mire én, hogy ha ez a világító tornyos csaj is benne van, akkor én nem fogadom el, hogy mind szuper. Sőt, per pillanat inkább az ellenkezőjét fogadom el. JJ meg ettől tökre pipa lett, és volt egy kis kellemetlen incidens, de Martin közbelépett, és úgy döntöttünk, hogy nem olvasunk több könyvet egyelőre, vagyis más szóval, soha. Ekkor döntöttünk úgy, hogy inkább az öngyilkos zenészekre koncentrálunk. Morin még soha nem hallott Kört Kobénről. El tudjátok ezt hinni? Szoktam gondolkodni. Tudom, hogy senki sem hiszi el, de szoktam. Csak épp máshogyan gondolkodom, mint mindenki más. Mielőtt gondolkodom, előbb dühösnek vagy kicsit agresszívnek kell lennem, ami persze dühítő lehet mindenki más számára, de ki nem szarja le. Na mindegy. Aznap éjjel az ágyban J. n gondolkodtam meg azon, hogy mit mondott arról, hogy azért utálom a könyveket, mert apu olvassa őket. És igaz, amit mondtam, hogy nem olvas, legalábbis nem jellemző rá, bár az állása miatt úgy kell tennie, mintha olvasna. Jen viszont sokat olvasott. Szerette a könyveit, én viszont frászkaptam tőlük. Frászt kaptam már akkor is, amikor Jen velünk volt, most meg még inkább frászkapok. Mi lehetett bennük. Mit mondtak Jennek, amikor boldogtalan volt és csak rájuk hallgatott senki másra, se a barátaira, se a hugára, senkire. Felkeltem és bementem a szobájába, ami most is pontosan ugyanolyan volt, mint azon a napon, amikor elment. A filmekben is mindig ez van, és azt gondoljátok, ja, persze, mintha nem jönne jól egy vendégszoba vagy egy olyan hely, ahova minden kacatot be lehet rámolni. De próbáljatok csak bemenni egy ilyen szobába, és elkezdeni mindent szétbarmolni benne. És ott van mind. A titkos történet, a 22-es csapdája, a ne a fekete rigót, a zaphegyező, a nólogó, no az üvegbura, ami véletlen egybeesés, vagy talán nem is az, mert ez volt az egyik könyv, amit Gigi el akart olvastatni velünk. A bűnés és bűnhődés, az 1984, a jó helyek, ahová mehetsz, amikor el akarsz tűnni. Ez csak vicc volt, ez az utolsó. Nem hiszem, hogy vala is nagy olvasó leszek, mert Jen volt az okos kettőnk közül, nem én. De biztos vagyok benne, hogy többet olvasnék, ha Jen nem vette volna el a kedvem tőle azzal, hogy eltűnt. Nem ez volt az első alkalom, hogy bementem a szobájába, és tudtam, hogy nem is az utolsó. És a könyvek mind ott sorakoztak és bámultak rám, és a legjobban azt utálom, hogy az egyik talán segítene megérteni. Nem úgy értem, hogy találnék egy aláhúzott mondatot, amiből rájöhetnék, hogy hol van most. Bár valamikor végignéztem őket. Ja, végigpörgettem őket, hát a tett egy felkiáltó jelet, valahova a Velszó mellé, vagy bekarikázta a Texas-t. Csak arra gondolok, hogyha elolvasnék mindent, amit szeretett, és mindent, ami felkeltette a figyelmét azokban az utolsó hónapokban, akkor lenne valami elképzelésem arról, hogy mi jártak a gondolatai. Azt se tudom, hogy ezek a könyvek komolyak, vagy szomorúak, vagy ijesztőek. És biztos azt gondoljátok, hogy szeretném megtudni, hiszen annyira szerettem a nővéremet, meg minden. De nem szeretném. Nem vagyok képes rá. Nem vagyok képes rá, mert lusta és buta vagyok, és még csak bele sem tudok kezdeni, mert valami visszatart. Csak hevernek ott, bámulnak rám nap-nap után, és tudom, hogy egyszer majd egy nagy kupac barakom, és elégetem őket. Hát ennyi, szóval ezért nem vagyok egy nagy olvasó. J.J. A kulturális programunk teljesen az én vállamra nehezedett, mert a többieknek gőzük se volt semmiről. Morin pár hetente tevet ki könyveket a könyvtárból, de nem olvasott semmi olyat, amiről tudtunk volna beszélgetni, ha csak nem arról akarunk beszélgetni, hogy az ápolónőnek a gonosz gazdag sráchoz vagy a derék szegény fiúhoz kellene hozzá mennie feleségül. És Martin se volt valami nagy irodalom rajongó. Azt mondta, egy csomó könyvet elolvasott a börtönben, de főleg olyan emberek életrajzait, akik súlyos megpróbáltatásokon estek át, mint Nelson Mandela, meg ilyenek. Gyanítom, hogy Nelson Mandela nem gondolna úgy Martin Sharpra, mint a lélek testvérére. Ha közelebbről megnézzük az életüket, látni fogjuk, hogy különböző okokból kerültek börtönbe. És higgyétek el nekem, azt meg jobb, ha nem tudjátok, hogy Jessnek mi a véleménye a könyvekről csak megbotránkoznátok. De ami engem illet, tulajdonképpen igaza volt. Különben meg ez tök egyszerű. Egész életemben olyan emberek vettek körül, akik nem olvasnak. A szüleim, a nővérem, a banda nagy része, különösen a ritmus szekció, és ez egy idő után eléggé kiakasztja az embert. Hányszor nevezhetnek buzinak, mielőtt felkapod a vizet? Nem mintha zavarna a buzinak neveznek, blablabla, bla, bla, és a legjobb barátaim közül is jó páram, blablabla, bla, bla, de szerintem a buziság arról szól, hogy a srácokat szereted, nem arról, hogy szereted a Don Delliót. Aki persze srác, elismerem, de én a könyveit szeretem, nem a seggét. Miért akadnak ki az emberek annyira az olvasáson? Oké, néha eléggé antiszociális voltam, amikor turnéztunk. De ha órákon keresztül gémbolyozok, amiatt senki nem csesztetett volna. Az én társadalmi köreimben kibaszott űrlényeket felrobbantani társadalmilag elfogadott, az amerikai pasztorált olvasni meg nem az. Edi volt a legrosszabb. Olyan volt, mintha házasok lennénk, és sajátos módon egy könyvbe való belemerüléssel közölném vele minden este, hogy fáj a fejem. És akár a házasságban, minél tovább voltunk együtt, annál rosszabb lett. Bár most, hogy meggondolom, minél tovább voltunk együtt, minden annál rosszabb lett. Tudtuk, hogy nem fog összejönni, mármint a bandának, de az is lehet, hogy a barátságunk is kifúj, úgyhogy mindketten elkezdtünk pánikolni. És attól, hogy olvasok, eddig csak még jobban pánikolt, mert azt hiszem, valahogy a fejébe vette azt a baromságot, hogy az olvasás segíteni fog nekem valamilyen új karrier találni. Ja, persze, mintha az életben ez így menne. Hé, testvér, szereted áptájkot, akkor klaszcsúka vagy. Na, itt egy évi százezer dolláros állás a reklámügynökségünkben! Az alatt a sok év alatt, amíg együtt voltunk, mindig arról beszéltünk, hogy mi a közös bennünk. Az utolsó néhány hónapban meg észrevettük, hogy mennyi mindenben különbözünk, és ez mindkettőnk szívét összetörte. Na, szóval ez a hosszú változat, mármint a magyarázaté, hogy miért akadtam ki Jessre. Magam mögött hagytam egy agresszív analfabétákkal teli bandát, és kurvára nem volt kedvem belépni egy másikba. Amikor boldogtalan vagy, azt hiszem mindenben a világon, az olvasásban, az evésben, az alvásban el van bújtatva valami, amitől csak még boldogtalanabb leszel. És valami okból azt gondoltam, hogy a zenével könnyebb lesz a helyzet, ami figyelembe véve, hogy zenész vagyok, nem volt igazán okos gondolat. A könyvekbe egy csomó mindent fektettem bele, a zenébe viszont az egész életemet. Azt gondoltam, Nick drake nem lőhetek mellé. Különösen nem olyan emberek között, akik tele vannak bánattal. Ha még nem hallottátok, haver, olyan, mintha lepárolta volna a világ összes szomorúságát, az összes sebet, meg az összes elbaszott álmat, amiről le kellett mondanod, és beletöltötte volna az eszenciát egy pirinyó kis üvegbe, aztán bedugaszolta volna. És amikor játszani, meg énekelni kezd, kiveszi a dugót, és bele lehet szagolni. A székethez vagy szögezve mintha valami vad dübörgés nyomna vissza, pedig ez nem az. Ez csendes és nyugodt zene, és nem akarsz levegőt venni, nehogy elijezd. És Morinnál hallgattuk, mert a Starbucksban nem játszhattuk a saját zenénket, és Morinnál ott van még Metti lélegzésének a zaja is, ami olyan, mintha lenne még egy plusz hangszer, aminek valami egészen iszonyatos a hangja. És ahogy ültem ott, testvér, arra gondoltam, ez meg fogja változtatni ezeknek az embereknek az életét örökre. Az első dal vége felé Jess elkezdte ledugni az ujját a torkán, és pofákat vágott. Ezen csöpögős, mondta. Olyan nem is tudom, mintha költő lenne, vagy mit tudom én. Ezt sértésnek szánta. Olyan emberrel töltöttem a napjaimat, aki azt gondolta, hogy a költők azok a lények, akik valahol a vastag beledben laknak. Engem nem zavar, mondta Martin. Nem mennék ki, ha ő játszana egy bárban. Ne, én igen, mondta Jess. Arra gondoltam, a lehetséges -e egyszerre bemosni mind a kettőnek, de elvetettem az ötletet azon az alapon, hogy túl gyorsan vége lenne, és nem okoznék nekik elég fájdalmat. Miután a földre zuhantak, még püfölni akarnám őket, vagyis egyenként kell elintézni a dolgot. Ez a zenedű, ami olyan, mint a sofőrdű, csak indokoltabb. Amikor rátör a sofőrdű, a lelked mélyen tudod, hogy egy barom vagy, de amikor a zenei agresszivitás kerít hatalmába, akkor Isten akaratát teljesítedbe, már pedig Isten azt akarja, hogy ezek az emberek halottak legyenek. És aztán egészen bizarr dolog történt, ha már bizarnak lehet nevezni, ha az embert mélyen megrázza a Five Leaves Left. Hát nincs maguknak fülük? mondta Morin hirtelen. Nem hallják, hogy mennyire szomorú ez a fiú, és hogy milyen gyönyörűek a dalai? Előbb mindannyian ránéztünk, aztán Jess ér rám. Ha, mondta. Tetszik neked valami, ami Morinnak is tetszik. Ezt az utolsó részt énekelve mondta, mint egy kisgyerek. Ne játszd meg, hogy butább vagy még annál is, amilyen vagy Jess, mondta Morin, mert elég buta vagy anélkül is, ő is felkapta a vizet. Őt is hatalmába kerítette a zenedű. Csak hallgasd egy kicsit, és fejezd be a locsogást. És Jess érezte, hogy komolyan beszél, úgyhogy befogta a száját, és aztán csöndben hallgattuk végig a lemezt. És ha az ember közelről nézte Morint, láthatta, hogy kicsit csillog a szeme. Mikor halt meg? 974-ben, 26 éves volt. 26. Pár pillanatig hallgatott, elgondolkodott, és azt reméltem, hogy most sajnálja őt és a családját. Mert a másik lehetőség az volt, hogy irigyli, amiért megkibélte magát attól a sok szükségtelen plusz évtől. Azt akarod, hogy az emberek reagáljanak a jó zenére, de néha tudjátok, túlzásokba esnek. Ezt nem akarják hallani az emberek, igaz? mondta. Senki sem mondott semmit, mert nem voltunk biztosak benne, hogy mire akar kiukadni. Én így érzem magam minden nap, minden áldott nap, és az emberek nem akarnak tudni róla. Azt akarják hallani, hogy úgy érzem magam, ahogy Tom Jones sugalja a dalaival. Vagy az az ausztrál lány, aki régen a szomszédokban játszott. De én így érzem magam, és amit én érzek, azt nem játszák a rádióban. Mert a szomorú emberek kilógnak a sorból. Még sohasem hallottuk Morint így beszélni. Nem is gondoltuk, hogy képes rá. És még Jess sem akarta félbeszakítani. Furcsa, mert az emberek azt hiszik, hogy Metti miatt lógok ki. De Metti nem olyan rossz. Kemény munka, de. Az, ahogy Metti miatt érzem magam, az nem engedi, hogy olyan legyek, mint mások. Mindennek más lesz a súlya. Folyton találgatnod kell, hogy valami nehéz vagy könnyű, különösen azok a dolgok, amik benned vannak, és mindig eltéveszted, és ez idegesíti az embereket. Belefáradtam. És így hirtelen Morina lelkitársam lett, mert ő megértette, és mert őt is átjárta a zenedű, és valami kedveset akartam mondani neki. Kikapcsolódásra van szüksége. Azért mondtam ezt, mert együttérző akartam lenni, de aztán eszembe jutott Kozmikus Toni, és hirtelen rájöttem, hogy Kozmikus Toninak most van pénze. Hé, mit szóltok hozzá? Miért ne? Vigyük el Morint nyaralni valahová. Martin nevetésben tört ki. Ja, ah, 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 mondta Jess. Mik vagyunk mi? Valami öregek otthona önkéntes segítői, vagy mi? Morin nem öreg mondtam. Hány éves is, Morin? 51 mondta. Oké, nem öregek otthona, unalmas emberek otthona. És mitől vagy te a legizgalmasabb ember a bolygón?- mondta Mártin. Hát, először is én nem úgy nézek ki különben meg azt hittem, mellettem álltok. És szinte észrevétlenül a nevetések, meg az általános gúnyolódások közepette. Morin sírni kezdett. Bocsásson meg, Morin, mondta Martin. Nem akartam udvarjatlan lenni, egyszerűen csak nem tudtam elképzelni, amint fekszünk négyesben egy medence mellett a nyugágyainkon. Nem, nem, mondta Morin. Nem sértődtem meg, vagy nem nagyon. És tudom, hogy senki sem akar szabadságra menni velem, és ez rendben is van. Csak azért érzékenyültem el egy kicsit, mert JJ-nek eszébe jutott. Olyan régóta Senki. Én még nem. Csak kedves volt tőle, ennyi az egész. Ó, a kurva életbe, mondta Mártin halkan. Na most az ó, a kurva életbe egy csomó különböző dolgot jelenthet, mint tudjátok, de ebben most nem volt semmi kétértelműség. Mindannyian értettük. Martin azt értette az ó a kurva életbe alatt, ha elmagyarázhatok egy káromkodást egy másik káromkodással, hogy ki lett baszva vele, mert tudjátok, micsoda sekfej mondta volna Morinnak, hogy hát igen, maga a szándék számít, magának elég a remény is. És így öt nappal később egy repülőgépen ültünk, és repültünk Tenerife felé. Morin, az ő döntésük volt, nem az enyém. Én nem igazán éreztem úgy, hogy jogom lenne dönteni, még ha a pénz negyed része engem illetett is. Meg én vetettem fel a nyaralás ötletét JJ-nek, amikor kozmikus Tonyról beszélgettünk, és ezért úgy éreztem, nem lenne helyes, ha részt vennék benne, amikor szavaznak róla. Ö, szóval, hogy is kell mondani? Tartózkodtam. De persze nem alakult ki komoly vita, vagy valami. Mindenki mellette volt csak abban volt egy kis véleménykülönbség, hogy most menjünk el vagy nyáron, az időjárás miatt. De az volt az általános érzés, hogy mindent összevetve jobb lesz most menni, még Valentin nap előtt. Egy kis ideig azt gondolták, hogy a karib szigeteket is megengedhetjük magunknak. Barbadoszt vagy ilyesmit, de aztán Martin közölte, hogy a pénznek, amink van, fedeznie kell Meti ellátását is. <laughs> Akkor menjünk Morin nélkül, Mondta Jess, és egy pillanatra megvoltam bántva, de aztán kiderült, hogy csak viccelt. Nem emlékszem, mikor sírtam utoljára a boldogságtól. Nem azért mondom ezt, mert azt akarom, hogy sajnáljanak, egyszerűen csak furcsa érzés. Amikor Gigi azt mondta, hogy van egy ötlete, és aztán elmagyarázta, hogy micsoda, nem engedtem meg magamnak, hogy akár csak egy pillanatig azt gondoljam, hogy lesz belőle valami. Furcsa, de egészen addig igazából soha nem voltunk kedvesek egymáshoz. Pedig maguk azt gondolhatnák, hogy ennek egy olyan történetnek kellene lennie, figyelembe véve, hogyan találkoztunk. Azt gondolhatnák, hogy ez négy ember története, akik találkoztak, mert boldogtalanok voltak, és aztán segíteni akartak egymásnak. De egészen addig ez nem így volt, egyáltalán nem ha csak nem számítjuk azt, hogy én meg Martin ráültünk jazz fejére. De még az is inkább olyan kegyetlen kedvesség volt, mint egyszerű és szimpla kedvesség. Egészen addig négy olyan ember története volt, akik találkoztak, mert boldogtalanok voltak, és aztán folyton káromkodtak egymással, legalábbis hárman közülük káromkodtak. Kis zokogó hangokat adtam ki, és mindenkit idegesítettem ezzel, magamat is beleértve. A, -a, a életbe, mondta Jess. Ez csak egy hét a vacak kanári szigeteken. Én már voltam ott, semmi különös, tengerpart, klubok, meg ilyesmi. Meg akartam mondani Jessnek, hogy én még egy angol tengerpartot se láttam azóta, hogy Meti kikerült az iskolából, Azelőtt minden évben egyszer elvitték őket Brightonba, és egyszer vagy kétszer én is velük mentem. Lehet, hogy sok mindennek nem ismerem a súlyát, de ennek a súlyát éreztem, úgyhogy megtartottam magamnak. Az ember tudja, hogy nem mennek jól a dolgai, amikor még az életének legegyszerűbb tényeit sem tudja elmondani másoknak, mert rögtön azt hinnék, hogy sajnáltatni akarja magát. Gondolom végül ezért távolodik el az ember mindenkitől. Bármi, amit mégiscsak elmondasz, csak ahhoz vezet, hogy szörnyen fogják érezni magukat. Szeretném leírni az utazás minden pillanatát, mert annyira izgalmasnak tűnt, de alig, ha nem, az is hiba lenne. Ha maguk olyan emberek, mint mindenki más, akkor úgy is tudják, hogy néz ki egy repülőtér, hogy milyenek a zajai és a szagai, és ha most mesélni kezdek róla, akkor azzal csak azt mondom el még egyszer, másképpen, hogy tíz éve nem láttam a tengert. Beszereztem egy egyéves útlevelet a postán, és meg ez is túl nagy izgalommal járt, mert megláttam a sorban pár embert a templomból, és ők tudják, hogy nem vagyok egy nagy utazó. Az egyik, akit láttam, Bridget volt. Az a nő, aki nem hívott meg arra a szilveszteri partira, amelyikre nem mentem el – Egyszer majd gondoltam, el fogom mesélni neki, hogyan segített megszervezni életem első külföldi útját. De mielőtt ezt megpróbálom, valóban tudnom kell, hogy minek mekkora a súlya. Valószínűleg tudják, hogy három ülés van egymás mellett. Engedték, hogy az ablak mellé üljek, mert ők már mindannyian utaztak repülőgéppel. Martin ült középen, mellette JJ, de csak az első pár percben, mert aztán helyet kellett cserélnie jess aki összevitatkozott a mellette ülő nővel azon a parányi zacskó mogyorón, amit adnak, és volt egy kis kiabálás, meg ilyesmi. Meg azt is biztosan tudják, hogy szörnyű nagy zaj van, amikor felszáll a gép, és aztán néha rászkódik a levegőben. Na, én természetesen ebből semmit sem tudtam – és teljesen felkavarodott a gyomrom, és Mártinnak fognia kellett a kezem, és beszélnie hozzám. Meg azt is biztosan tudják, hogy amikor az ember kinéz egy repülőgép ablakán, és látja, ahogy összezsugorodik a föld, önkéntelenül végigfut az agyán az egész élete, a kezdetektől addig a pillanatig, amiben most van, meg az összes ember, akit valaha ismert. És tudják, hogy amikor ezek végigfutnak az ember agyán, akkor hálát érez Isten iránt, amiért mindezt megadta neki. És dühös rá, amiért nem segít, hogy jobban megértse őket. Úgyhogy végül szörnyen összekavarodik benne minden, és muszáj beszélnie egy pappal. Úgy döntöttem, hogy visszafelé nem fogok az ablak mellett ülni. Nem tudom, hogy bírják ki ezt azok az ide-oda utazgató emberek, akiknek évente kell repülniük. Sőt, talán nem is egyszer. Az, hogy Metti nincs velem, olyan volt, mintha hiányozna a fél lábam. Annyira különös érzés volt. Ugyanakkor meg élveztem a könnyűségét, úgyhogy valószínűleg egyáltalán nem olyan volt, mint amikor valakinek fél lába van, mert nem hiszem, hogy azok, akiknek levágták a fél lábát, olyan nagyon élvezik, hogy könnyebbek. És még azt is hozzá akartam tenni, hogy sokkal könnyebb volt mozogni meti nélkül, amikor pedig fél lábbal sokkal nehezebb mozogni, nem igaz? Úgyhogy talán közelebb áll az igazsághoz, ha azt mondom, hogy ott ülni a repülőgépen meti nélkül olyan volt, mint amikor az embernek levágták a harmadik lábát. Mert egy harmadik lábat valóban nehéznek érezne az ember, gondolom meg mindig útban is lenne, és megkönnyebbülést jelentene, ha levágnák. A legjobban akkor hiányzott, amikor rászkódott a repülőgép, és azt gondoltam, meg fogok halni, és nem búcsúztam el tőle. Na akkor meg voltam rémülve. Az első este nem kaptunk össze. Akkor még mindenki boldog volt, még Jess is. A szálloda szép volt és tiszta, és mindegyikünknek volt saját vécéje je és fürdőszobája, amire nem is számítottam. És amikor kinyitottam a spalettát, úgy ömlött be a fény a szobába, mint a víz az áttört gáton keresztül, szinte ledöntött a lábamról. Egy pillanatra megrodjant a térdem, és neki kellett dőlnem a falnak. Ott volt a tenger is, de az nem volt vad és erős, mint a fény. Csak csendesen, kéken elterült, és kis csobogó hangokat adott ki. Vannak emberek, akik ezt akkor láthatják, amikor csak akarják, gondoltam. De aztán be kellett fejeznem a gondolkodást, mert az zavart volna abban, hogy átgondoljam a dolgokat, amiket át akartam gondolni. Olyan pillanat volt ez, amikor hálásnak kellett lennem. Nem pedig megkívánnom a fele barátom feleségét, vagy a tengerre néző kilátását. Egy tengerparti étteremben vacsoráztunk, a szállodától nem messze. Én egy szép szelet halat ettem, a férfiak meg tintahalat és rákot, jazz pedig egy hamburgert, és megittam két vagy három pohár bort. Nem fogom elmondani, mikor ettem utoljára étteremben, vagy ittam bort a vacsora mellé mert kezdem megtanulni, hogy ne tegyem. Még a többieknek se próbáltam elmondani, mert magamban is éreztem a súlyát, és tudtam, hogy nagyobb, mint amekorát szívesen megemelnének. Na mindegy, addigra úgy is tudták, hogy évmilliók teltek el azóta, hogy bármit is csináltam, azt leszámítva, amit minden nap csinálok. Úgyhogy eleve bekalkulálták. De egy valamit mégis ki akarok mondani. És nem érdekel, hogy hangzik. Ez volt az életem legfinomabb étele, és talán a legszebb estéje is. Annyira szörnyű, ha valaki ennyire pozitív valamivel kapcsolatban. Martin. Az első este nem volt túl rossz, azt hiszem. Egyszer vagy kétszer felismertek, és végül elkértem J.J. Baseball sapkáját, és jól a szemembe húztam, de ettől meg rossz kedvem lett. Nem vagyok az a baseball sapkás típus, és utálom azokat, akik bármilyen fejfedőt viselnek vacsora alatt. Elég vacak tengeri kajákat ettünk egy turista csapdában a tengerparton, és csak Morin átszellemült arca tartott vissza attól, hogy nagyjából minden miatt panaszt tegyek. Őt egészen elbűvölte a mikrózott lepényhala, meg a langyos fehérbora, és bunkóságnak tűnt volna elrontani az örömét. Morin soha nem járt még sehol. Én meg pár hónappal korábban voltam nyaralni. Pennivel mentünk el pár napra a Majorkára, miután kijöttem a börtönből. Egy privát villában szálltunk meg Deja mellett, és azt gondoltam, ez lesz életem legszebb néhány napja, mert mögöttem volt a legrosszabb három hónapja. De természetesen egyáltalán nem így sült el. Azt mondani a börtönről, hogy az volt az ember életének legrosszabb három hónapja, körülbelül annyi, mint azt mondani egy borzalmas autóbalesetről, hogy az volt az ember életének legrosszabb tíz másodperce. Logikusnak és találónak hangzik, mintha igaz lenne. De nem az, mert a legrosszabb utána jön, amikor felébredsz a kórházban, és megtudod, hogy a feleséged meghalt, vagy hogy mindkét lábadat amputálták, és a legrosszabb csak most kezdődik. Tudom, hogy ez túl komoran hangzik, és talán nem kellene így beszélnem egy tökéletesen kellemes mediterrán szigeten lezajlott kisebb fajta szakításról de majorkán jöttem rá, hogy a legrosszabbnak még korán sincs vége, és lehet, hogy soha nem is lesz. A börtön megalázó és félelmetes volt, agyrohasztó és iszonyatosan lélekölő, de úgy, hogy azt a lélekölő kifejezéssel már nem lehet leírni. Tudjátok, mi az a hecő? Én sem tudtam a börtönben töltött első estémig. A hecő az, amikor szétnarkózott agyú pszichopaták kérdéseket üvöltöznek egymásnak a blokkokon keresztül, és mindegyik kérdés azt firtatja, hogy a résztvevők mit szeretnének csinálni a népszerűtlen és vagy ünnepelt új fiúval. Egy ilyen hecő alanya voltam az első estémen, nem fogom elsorolni a legfantáziadúsabb javaslatokat sem, elég annyi, hogy nem aludtam túl jól azon az éjszakán, és hogy életemben először heves bosszú fantáziáim voltak. Minden ideg a szabadulásom napjára koncentráltam, és bár az a nap mindent elsöprő megkönnyebbülést hozott, nem tartott aztán sokáig. A bűnözők leülik a büntetésüket, de a B-szárnybeli barátaimat megillető minden tiszteletem mellett én igazából nem voltam bűnöző. Én egy tévés műsorvezető voltam, aki elkövetett egy hibát, és paradox módon ez azt jelentette, hogy soha nem fogom tudni leülni a büntetésemet. Ez az osztály hovatartozással függ össze, és sajnálom, de nincs értelme megjátszani az ellenkezőjét. A többi elítélt végül is visszatér az eredeti életébe, újra lopni fog, vagy kábítószerekkel kereskedik, vagy akár tetőt fed, vagy bármilyen istenverte dologgal foglalkozott, mielőtt félbeszakadt a karrierje. A börtön sem társadalmilag, sem szakmailag nem okoz számára nagy fennakadást. Sőt, akár még jobb kilátások is nyílhatnak előttük, és nőhet a társadalmi rangjuk a börtönnek köszönhetően. De az ember nem térhet vissza a középosztályba, ha egyszer lesittelték. Annak vége. Zárva a kapu. Nem mehetsz be a tévé igazgatójához, hogy minden oké, okay, kész vagy visszaülni a korán Kej Aranyat Lei műsorvezetői díványára. Nem kopogtathatsz be a barátaid ajtaján a jó hírrel, hogy újból meghívhatnak a vacsoráikra. Azzal meg véletlenül sem próbálkozol, hogy azt mondta volt feleségednek, hogy találkozni szeretnél a gyerekeiddel. Kétlem, hogy Big Joe felesége megpróbálta volna eltiltani az urát a kölykeitől, és azt is kétlem, hogy sok ivó cimborája állt volna a sarkon kifejezésre juttatva rosszallását. Lefogadom, hogy meghívták egy itarra, aztán éjszaka jöhetett a régvárt kufirc. Sokat és keményen gondolkoztam ezen, és elég radikális álláspontot alakítottam ki a büntetőjogi reformot illetően arra a következtetésre jutottam, hogy senkit, aki mondjuk évi 75 ezer fontnál többet keres, nem lenne szabad börtönbe csukni, mert a büntetés mindig szigorúbb lesz, mint a büntett. Csak arra kellene kötelezni őket, hogy pszichológushoz járjanak, vagy fizessenek be valamennyi pénzt jótékony célra, meg ilyesmi. Az a nyaralás penivel, az volt az első alkalom, amikor teljes egészében felfogtam, hogy mekkora bajban vagyok, és leszek is most már mindig. Az út végén lévő villa olyan embereké volt, akiket mindketten ismertünk, egy házas páré, akik a saját produkciós cégüket vezették, és a régi szép időkben mindkettőnknek munkát ajánlottak. Egyik éjjel összefutottunk velük egy bárban, és úgy tettek, mintha nem ismernének bennünket. Később a nő félrevont a penit a szupermarketben, és elmagyarázta, hogy aggódnak a tinédzser lányok miatt. Egy szer fölött visszataszító 14 éves lányról volt szó, akiről, hogy őszinte legyek, egyébként sem nagyon lehetett elképzelni, hogy az elkövetkező egy-két évtized során elveszti a szüzességét, de hogy nem általam, az biztos. Persze ez egy baromság volt, és igazából kb. annyira aggódott a lányáért, mint amiatt, hogy elcsorhatom a pénztárcáját. De ezzel adta tudtomra, ahogy azt már sokan mások is megtették azóta, hogy kilettem hajítva Islington édenéből. És mostantól kezdve az idők végezetéig szar csatornák irodáiban kell kuncsorognom. Szóval az a vacsora az első tenerifei esténken csak lelombozott, ez nem az én társaságom volt. Ezek csak olyan emberek voltak, akik azért beszélgetnek velem, mert történetesen az ő csónakjukban ülök, de ez rossz csónak volt. Egy hajózásra alkalmatlan, vacak kis csónak, és hirtelen láttam, hogy nem soká összetörik és elsüllyed. Olyan csónak volt, amit arra csináltak, hogy az ember a Regents Park tavában evezgessen vele körbe-körbe mi meg a kibaszott tenerifébe akartunk elhajózni vele. Csak egy idióta gondolhatta azt, hogy még sokáig húzza. Jess Nem hiszem, hogy másnap minden az én hibám volt. A felelősség egy részét vállalom, de amikor elromlanak a dolgok, az ember csak ront a helyzeten azzal, ha túlreagálja a dolgot, nem igaz? És szerintem néhányan túlreagálták mivel az apám az új munkáspárt tagja, meg minden, folyton arról papol, hogy tolerálni kell a más kultúrájú embereket, és szerintem az történt, hogy néhányan, más szóval Martin, nem tolerálták az én kultúrámat, amely ivósabb, meg drogozósabb, meg kefélősebb kultúra, mint az övé. Szerintem én tiszteletben tartom az övét. Nem mondom neki azt, hogy le kéne a magát, meg szét kellene drogoznia az agyát, meg több csajt kellene felszednie. Neki is jobban kellene tisztelni az enyémet. Nem mondaná, hogy egyek disznóhúst, ha zsidó lennék. Akkor meg miért kell azt mondani, hogy ne csináljam, amit csinálok? Csak hét év telt el a Beatles első és utolsó albuma között. A semmi hét év, ha belegondol az ember, hogy mennyire megváltozott az alatt a frizurájuk meg a zenei stílusuk. Manapság némelyik együttes lehúz hét évet úgy, hogy jóformán semmit sem változtat. Na mindegy. A hetedik év végére nyilván már látni se bírták egymást, és nyilvánvaló, hogy különböző dolgokat akartak. John egy zsákban akart lenni, vagy mi a frász? Paul meg a farmján akart lenni. És nehéz elképzelni, hogyan folytatódhatna egy kapcsolat, amikor két ember ennyire különbözik. Ráadásul az egyik zsákban van. Oké, okay, mi még héthetesen voltunk együtt, csak hogy eleve különböztünk egymástól. John és Paul viszont ugyanazt a zenét szerette, és ugyanazokba az iskolákba járt meg minden. Nekünk semmi ilyesmink nem volt. Még csak nem is mindannyian ugyanabból az országból jöttünk. Szóval tulajdonképpen nem csoda, hogy a mi hét évünk kb. három hétre zsugorodott. Szóval az történt, hogy együtt reggeliztünk, és megállapodtunk, hogy estig mindenki megy a maga útján, és aztán majd találkozunk a bárjában, megiszunk egy koktélt, és keresünk egy helyet, ahol megvacsorázunk és aztán JJ meg én elmentünk úszni egyet a szálloda a medencéjében, miközben Morin ült és nézett bennünket, és aztán úgy döntöttem, hogy egyedül megyek el valahova. A sziget északi részén voltunk egy Puerto de la Cruz nevű helyen, és ez okés volt. Amikor először jártam itt, délen voltunk, és az egészen fluós hely, de alig, nem túl flúgos Morin számára. És mivel ez alapvetően az ő szabadsága volt, nem bántam különösebben. De szerettem volna venni egy kis kokot, és itt fenn nehezebb volt találni, mint lent lett volna. És így történt, hogy abba a kis zűrbe keveredtem, amit Martin szerintem nem kezelt kellő tisztelettel. Bementem pár bárba, és olyan fazonokat kerestem, akik árulhatnak spanglit, és a második bárban láttam egy lányt, aki pontosan úgy nézett ki, mint Jen. Nem túlzok. Amikor rám nézett, és nem ismert meg, azt hittem, hogy csak hülyéskedik de aztán észrevettem, hogy nem elég nagy a szeme, és szőkére van festve a haja. Jen sohasem szőkítette volna magát, még álcázásból sem. Na, szóval annak a lánynak nem tetszett, hogy bámulom, úgyhogy beszóltam neki. De angol volt, és sajnos értette, amit mondtam, úgyhogy aztán ő is beszólt nekem, mire én meg igazán beindultam. És amikor ez már tartott egy ideje, mindkettőnket megkértek a távozásra. Őszinte leszek, és azt is elmondom, hogy addigra már megittam két Bacardi Breezert, bár még egészen korán volt, és azt hiszem, attól egy kicsit agresszív lettem. Bár a csaj nem fogadta el a kihívást, hogy verekedjünk meg. És aztán a szokásos dolgok történtek. Nem Jen bátyja, egy bár, egy srác, pénz, kokó, meg pár extazi. Úgy terveztem, hogy majd csak később állok neki, de a nagy részét azonnal betermeltem pár ember egy Nantwich nevű helyről egy srác, aki kiborult, aztán ott hogy én egymagamban boruljak ki. Hányás, alvás a parton, ébredés, kiborulás, vissza a szállodába, egy rendőrautóban. Azt hiszem, soha nem találkoztam senkivel Nentwichből addig, és mindez napközben történt. De ezt leszámítva ez egy elég tipikus estén volt. Azt mondtam a rendőröknek, hogy Morin és Martin a szüleim és Mártin nem örült ennek. De nem hiszem, hogy muszáj lett volna emiatt kijelentkeznie a szállodából. Szépen elsimult volna minden. Másnap reggel szörnyen éreztem magam, főleg azért, mert úgy aludtam el, hogy nem ettem semmit, bár biztos vagyok benne, hogy az ecstazi, meg a koktél, meg a kokó sem segített. Meg rossz kedvem is volt. Az a szörnyű érzés fogott el, amit akkor érez az ember, amikor rájön, hogy be van zárva abba, aki és sehogy sem bújhat ki a bőréből. Úgy értem, kitalálhatsz alakokat, akiket eljátszol, mint amikor átmentem egy olyan Jane Austen figurámba szilveszterkor, és ez egy kis kikapcsolódást jelent. De lehetetlen sokáig csinálni, és aztán megint jön ugyanaz. A hányás valami vacaklub előtt, és a kötekedés az emberekkel. Apu nem érti, hogy miért akarok így viselkedni, de az az igazság, hogy ez nem döntés kérdése és ettől keríti az embert hatalmába az az érzés, hogy jobb lenne megölni magát. Amikor megpróbálok elgondolni egy olyan életet, amelyben nincsenek hányások vagy előtt, sehogy sem megy. Egyszerűen semmit sem látok. Ez vagyok én, ez az én hangom, ez az én testem, ez az én életem. Jess Crichton, ez a te életed. És itt van néhány ember Nandvicsből, hogy beszélgessen rólad. Egyszer megkérdeztem aputól, hogy mit csinálna, ha nem a politikában dolgozna. És azt felelte, hogy a politikában dolgozna. És azt hiszem arra gondolt, hogy bárhol lenne a világban és bármilyen munkát végezne, akkor is visszatalálna, hogy állítólag a macskák is mindig visszatalálnak a régi házukba. Bekerülne a helyi önkormányzatba, vagy röplapokat osztogatna, vagy valami. Bármit megcsinálna, ami része annak a világnak. Kicsit szomorú volt, amikor ezt mondta. Végső soron mondta: Ez szegényes fantáziáról árulkodik. És ez vagyok én. Nekem is ilyen szegényes a fantáziám. Bármikor az életem minden egyes napján bármit megtehetnék, amit csak akarok. És tessék, nyilvánvalóan ezt akarom, hogy szétigyam az agyam, és összeverekedjek mindenféle emberekkel. Azt mondani, hogy bármit megtehetek, amit csak akarok. Olyan, mint kihúzni a dugót a kádból, és azt mondani a víznek, hogy mehet, ahová akar. Próbáljátok ki, és meglátjátok, mi történik. J.J. Volt egy jó napom, a legelső. Délelőtt a sportújságírót olvastam a medence mellett. Kibaszott túl jó könyv. És aztán rendeltem egy szendvicset is, aztán. Hát. Az az igazság, hogy arra gondoltam, ideje lenne újból felpörgetni a libidómat, amely lélegeztetőgépen volt, és az élet semmilyen külső jelét nem mutatta már négy vagy öt hónapja. Olvastátok azt a könyvet, amit egy fazon a szemhéjával írt? Ja, a szemhéja rándulásával jelezte, amikor az, aki épp segített neki, az ABC megfelelő betűjéhez ért. Igaz történet. Na mindegy. Szóval az én kibaszott libidóm még azt a könyvet se tudta volna megírni. De ahogy ott ültem a medence mellett a sortomban, miközben a nap melengedte azokat a testrészeimet, amelyek már régóta meg voltak dermedve, amennyire csak meg lehet dermedve valami, az élet homályos, de félreismerhetetlen ismerhetetlen jeleit érzékeltem. Nem azzal a kifejezett céllal indultam el, hogy akkor most csináljak is valamit ez ügyben, egyáltalán nem. Csak gondoltam, sétálok egyet is körülnézek, és közben talán újból érintkezésbe lépek az életnek ezzel az oldalával de előbb visszamentem a szobámba felöltözni. Nem az a fajta srác vagyok, aki csak úgy pucér felsőtesttel szeret mászkálni. Lehetek, vagy 60 kiló, kiállnak a bordáim, fehér vagyok, mint valami kísértet, és az ember nem mászkálhat bronzbarna, kockás hasú között, ha így néz ki. Még ha találsz is egy olyan csajt, aki csípi a sovány kísértett forma fazonokat, ilyen kontextusban hirtelen nem emlékezne rá, hogy azokat csípi ha szeretett Dolly Pártont, és egy hip-hop koncert közben kezdenék el játszani valamelyik lemezét, akkor egyszerűen nem hangzana jól. Vagyis egyszerűen nem is hallanád, hogy énekel egyáltalán bassza meg. Szóval azzal, hogy felhúztam a kifakult fekete farmeromat, meg a régi drive-by truckers-es pólómat, azt igyekeztem garantálni, hogy hallható legyek a megfelelő emberek számára és nem fogjátok elhinni, de nem csak, hogy hallható voltam, ha használhatok egy eufémizmust, hanem egy olyas valaki hallotta meg a hangomat, aki látta a bandánkat, és tetszettünk neki. De tényleg, mennyi az esély ennek? Oké, okay, nem emlékezett ránk valami tisztán, és félig meddig nekem kellett rávezetnem, hogy tetszettünk neki, de tudjátok, akkor is. Szóval az történt, hogy találtam egy klassz sósvízű medencét a városban, valami helyi művész tervezte, és megálltam egy sörre, meg egy szendvicsre mellette. És az az angol csaj ott ültök egyedül a szomszéd asztalnál, és a belkántó című könyvet olvasta. Úgyhogy megmondtam neki, hogy azt én is olvastam, és beszélgetni kezdtünk róla, és átültem az asztalához. És aztán a zenéről kezdtünk beszélgetni, mert a Belkántó is a zenéről szól. Na jó, az operáról, de egyesek szerint az is zene. Mire azt mondta, hogy ő jobban szereti a rock zenét, mint az operát, mire megkérdeztem, hogy na, és milyen együtteseket. És erre felsorolt egy csomót, és az egyikkel, a Klokkerszel együtt turnéztunk pár évvel ezelőtt. És látta őket azon a turnén Manchesterben, ahol lakik, és úgy gondolta, hogy valószínűleg elég hamar odaért ahhoz, hogy lássa az előzenekart is, mire én. Hogy na, azok voltunk mi! Mire ő? Hogy ja, tényleg emlékszem, klasszak voltatok. Tudom, tudom, de épp az életemnek abban a szakaszában voltam, amikor abba kapaszkodik bele az ember, amibe csak tud. És aztán együtt töltöttük a délutánt. Utána meg kihagytam a családi vacsorát, és az egész estét is együtt töltöttük, és végül az éjszakát is a szállodában, mert neki volt szobatársa az övében. És ez volt az első alkalom, hogy összejött valami a Lizivel töltött utolsó este óta, amit különben is inkább csak nekrofíliának lehetne nevezni. Keti. És én másnap együtt reggeliztünk lent az étteremben, és nem csak azért, mert a szálloda nem volt elég sok csillagos ahhoz, hogy legyen szobaszerviz, hogy őszinte legyek, alig vártam, hogy összefussak a többiekkel. Valami okból azt gondoltam, hogy kapok pár elismerő szót. Oké, talán nem Morintól, de legalábbis Mártintól, mert neki van szeme a helyes csajokra. Valahogy még azt is a fejembe vettem, hogy imponálni fogok Jessnek. Magam előtt láttam, ahogy azok hárman ott ülnek az étterem másik oldalán, és ketten közülük piszkos vicceket csukdosnak egymás fülébe, és ettől megint frankon fogom érezni magam. Morin jött le elsőnek. Intettem neki, amikor bejött, csak hogy barátságos legyek, de ő valahogy félreértette és invitálásnak vette, úgyhogy odajött és leült az asztalunkhoz. Gyanakodva nézett Ketire. Valaki nem jön reggelizni? Nem akart udvarjatlan lenni, csak zavarban volt. Tudod, az van, hogy... De aztán nem tudtam, mit mondjak. Keti vagyok, mondta Keti, aki szintén zavarban volt. JJ barátja. Az a baj, hogy nem nagyon van hely öt embernek az asztalnál, mondta Morin. Ha mindenki lejön, Ketivel másik asztalhoz ülünk. Ki az a mindenki? kérdezte Keti észszerűen. Martin és Jess, mondta Morin. De Jess rendőrautóval hozták haza az éjjel, úgyhogy lehet, hogy ő sokáig ágyban marad. Ó, oh, mondtam. Persze szerettem volna tudni, miért hozták haza Jess rendőrautóval meg minden, de nem rögtön. Miért, mit csinált? kérdezte Keti. Mit nem csinált, mondta Morin. Jött a pincér és kitöltötte nekünk a kávét. Morin meg elment a büféasztalhoz a kroasszányaiért. Keti rám nézett. Volt pár kérdése, azt láttam az arcán. Morin, a... De aztán nem tudtam kitalálni, hogyan fejezem be a mondatot. De nem is kellett, mert épp akkor jelent meg Jess, és ő is leült az asztalhoz. Bassza meg! mondta, mármint bemutatkozásképpen. Kurva szarul érzem magam! Általában jobban érzem magam egy jó hányástól, de az éjjel az összes belevet kivokáttam. Semmi sem maradt. Keti vagyok, mondta Keti. Szia, mondta Jess. Olyan állapotban vagyok, hogy észre se vettem, hogy nem ismerlek. JJ barátja vagyok, mondta Keti, és Jess szeme bajósan felcsillant. Miféle barátja? Csak tegnap ismerkedtünk meg. És együtt reggeliztek? Fogd be, Jess! Miért? Mit mondtam? Az a lényeg, hogy mit fogsz mondani. Mit fogok mondani? Fogalmam sincs. Találkoztál már az anyánkkal, meg az apánkkal, Keti? Keti szeme idegesen Morin irányába rebent. Te még nálam is bátrabb vagy, JJ, mondta Jess. Én nem hoznék le egy, egy éjszakás csávót a családi reggeliző asztalhoz. Ez kibaszottú modern ilyen kikém. Ő az anyád? kérdezte Keti. Nagyon próbált uralkodni magán, de a hangjából éreztem, hogy kezd kiakadni. Dehogyis is az anyám, még csak a nemzetiségünk se ugyanaz. Jess csak. Azt mondta neked, hogy zenész, kérdezte Jess. Lefogadom, hogy azt mondta. Mindig ezt csinálja, csak így bír csajt felszedni. Hiába mondjuk neki, hogy nem, mert a végén úgy is rájönnek, és akkor csalódottak lesznek. Lefogadom, hogy azt mondta, hogy énekes, mi? Keti bólintott és rám nézett. Tökrej! Énekel neki JJ, azt hallott kellene, borzalom baszki! Keti látta az együttesünket, mondtam. De amint ezt kimondtam, eszembe jutott, hogy én mondtam Kettinek, hogy látta az együttesünket, ami nem egészen ugyanaz. Keti felém fordult, és láttam, hogy neki is ugyanaz jutott az eszébe. Ó, testvér! Morin és a kroasszányai leültek az asztalhoz. Mit fogunk csinálni, ha Martin lejön? Nincs elég hely. Jaj, ne! mondta Jess. Segítség! Gondolom, pánikba essünk. Talán jobb lesz, ha én megyek, mondta Keti. Felállt és kortyolt még egy kis kávét. Anna már biztos aggódik, hogy mi történt velem. Átületünk egy másik asztalhoz, mondtam, de közben tudtam, hogy vége. Bimbózó kapcsolatunkat tönkre zúzta egy rossz indulatú erő, amely fölött nincs hatalmam. Viszlát, mondta Jess vidáman. És ekkor láttam utoljára Ketit. Az ő helyében én még mindig rekonstruálnám azt a beszélgetést a fejemben. Leírnám és eljátszanám a barátaimmal, keresném benne a kulcs szavakat, amelyek segítenének értelemmel megtölteni azt a reggelit. Az ember soha nem tudhatja Jessnél, hogy éles eszű, vagy szerencsés. Amikor az ember olyan gyorsan és olyan gyakran nyitja ki a száját, mint ő, akkor néha óhatatlanul valakinek az elevenébe talál. De akárhogyan is igaza volt. Keti nem történt volna meg a zene nélkül. Épp csak egy kis kalandnak szántam, az elsőnek mióta a banda feloszlott. A legelső olyan csajnak, akit nem gyakorló zenészként csípek fel, mert már megvolt a bandánk, amikor elvesztettem a szüzességemet, és azóta is mindig zenéltem. Úgyhogy miután elment, aggódni kezdtem, hogy akkor hogy is fog ez működni ezek után, és hogy vajon 40 év múlva valami tetves öregek otthonában leszek-e, és azt meséleme majd valami fogatlan öreg hölgyeménynek, hogy az árien menedzsere akarta képviselni az együttesünket. Mikor leszek normális ember? Olyas valaki, akinek állása van, és olyan személyisége, amelyre reagálni tudnak az emberek. Kurvára nincs értelme feladni valamit, ha nincs semmi, ami a helyébe léphetne. Mondjuk továbbra is csak a könyvekről beszéltem volna, amiket mindketten olvastunk, és szóba se került volna a zene. Akkor is az ágyban kötöttünk volna ki végül? Nem tudtam elképzelni. Úgy tűnt, a régi életem nélkül egyáltalán nincs életem. Fel akartam dobni magam egy kalanddal, és mi lett a vége? Az, hogy kibaszottul összetörtek, és kétségbe esettek éreztem magam. Morin nem igazán gondoltunk semmire, amikor Martin kihagyta a reggelit, pedig benne volt az árban. Kezdtem hozzászokni, hogy naponta egyszer vagy kétszer történik valami, amit nem értek. Nem értettem, hogy Jazz mi a fenét akart előző éjszaka, és nem értettem, miért van egy idegen nő, vagy inkább lány a reggeliző asztalunknál. És most nem értettem, hova ment Martin. De úgy tűnt nem sokat számít, hogy mit értek és mit nem. Néha, amikor az ember olyan rendőrös, rablós filmet néz, nem érti az elejét, de tudja, hogy nem is kell értenie. Azért csak nézi tovább, mert a végén valaki elfogja magyarázni a dolgok egy részét, ha nagyon figyel az ember. Próbáltam úgy gondolni a Jessel, JJ-vel és Martinnal való életre, mint egy rendőrös, rablós filmre. Nem kell megijedni, ha nem értesz mindent, mondtam magamban. Megvárom, amíg valaki elmagyarázza a dolgokat. Meg különben is kezdtem rájönni, hogy még az sem igazán számít, ha semmit sem értek. Azt sem igazán értettem, miért kell azt mondanunk, hogy láttunk egy angyalt, vagy hogy miért mutattak be minket ezért a tévében. De ez az egész most arra lényegében el lett felejtve, úgyhogy minek izgassam magam miatta. Be kell vallanom, izgultam, hogy kihol hol fog ülni a reggelinél, de nem azért, mert össze voltam zavarodva. Csak nem akartam, hogy Martin udvariatlannak gondoljon minket. Reggeli után próbáltam telefonálni az otthonba, de egyedül nem sikerült. Végül is meg kellett kérnem jj hogy tárcsázza fel nekem a számot, és elmagyarázta, hogy még egy csomó plusz számot is kell tárcsázni, másokat meg kihagyni, meg ilyesmi. Nem volt pofátlanság, hogy telefonáltam, mert a többiek megmondták, hogy naponta egyszer telefonálhatok, bármennyibe kerül is. Különben mondták, nem tudnék rendesen kikapcsolódni. És az a telefonbeszélgetés. Hát az mindent megváltoztatott. Az a két vagy három perc. Több minden történt a fejemben az alatt a telefonbeszélgetés alatt, mint a tetőn töltött egész idő alatt és nem mintha bármilyen rossz hírt kaptam volna, vagy egyáltalán bármilyen hírt. Meti jól volt. Miért is ne lett volna jól? Gondozásra volt szüksége, és megkapta a gondozást, és más nem igen tudtak mondani nekem. Mit mondhattak volna? Próbáltam elnyújtani a beszélgetést, és becsületére legyen mondva, az a fiú a gondozóból segített elnyújtani, hogy áldja meg az Isten. De egyikünk sem tudta kitalálni, hogy mit mondjon még. Metti soha nem csinál semmit napközben, úgyhogy azon a napon se csinált semmit. Kivitték levegőzni a kerekes széken, és beszélgettünk egy kicsit erről is, de leginkább az időjárásról, meg az udvarról. Aztán köszönetet mondtam neki, letettem a telefont, gondolkoztam egy kicsit, és próbáltam nem sajnálni magam. A szeretet, az aggódás, meg a többi, mindaz, amit csak egy anya adhat meg. Most először, mióta Meti megszületett, beláttam, hogy ezek a dolgok számára teljesen haszontalanok. Én is csak pontosan annyit tehettem érte, amennyit a gondozóban dolgozó emberek. Én azért valószínűleg ügyesebb voltam, hiszen már beletanultam a dolgokba, de pár hét alatt őket is meg tanítani mindenre, amit tudniuk kell. És ez azt jelentette, hogy amikor meghalok, Meti továbbra is jól lesz. És ez meg azt jelentette, hogy az a dolog, amitől a legjobban féltem, mióta csak Meti megszületett, egyáltalán nem volt félelmetes. És nem tudtam, hogy ettől, hogy ezt tudom most jobban vagy kevésbé akarom megölni magam. És nem tudtam, nem pocsékoltam -e el az egész addigi életemet. Lementem és megláttam jazz az előcsarnokba. Martin kijelentkezett a szállodából, mondta. Én pedig udvariasan rámosolyogtam, de nem álltam meg, hanem mentem tovább. Nem érdekelt, hogy Martin kijelentkezett a szállodából. Ha nincs az a telefonbeszélgetés, akkor érdekelt volna, mert ő kezelte a pénzünket. De ha elment a pénzünkkel, az se sokat számít, nem igaz? ott maradok a szállodában, vagy nem, és eszem, vagy nem, iszom, vagy nem, aztán hazamegyek, vagy nem, és hogy mit csinálok, vagy nem csinálok, az úgy számít semmit senkinek. És a nap nagy részében sétáltam. <laughs> Szomorúak lesznek az emberek néha a szabadságukon? El tudom képzelni, hogy igen, hiszen olyan sok idejük van gondolkozni. A hét hátra levő részében próbáltam távol tartani magam mindenkitől. Martin elment, JJ pedig úgy tűnt nem bánja. Jessnek nem nagyon tetszett, és egyszer vagy kétszer próbált rávenni, hogy egyek vele, vagy üljek a parton vele. De én csak mosolyogtam, és azt mondtam, nem, köszönöm. Nem mondtam, hogy de is mindig olyan durva vagy hozzám. Most miért akarsz beszélgetni velem? Kölcsön vettem egy könyvet a recepció lévő kis könyvszekrényből, egy rózsaszínborító buta könyvet. Mancsok Besznek volt a címe, és egy magányos lányról szólt, akinek a macskája átváltozik jóképű fiatalemberré. És a fiatalember feleségül akarja venni, de a lány bizonytalan, mert az a fiú mégiscsak egy macska, úgyhogy eltart egy darabig, amíg eldönti. Néha ezt olvastam, néha meg aludtam. Mindig jól elvoltam egymagamban. És egy nappal a hazautazás előtt elmentem a misére, először, vagy egy hónapja. Volt egy kedves öreg templom a városban, sokkal szebb, mint a miénk otthon, mert az modern és szögletes. Sokszor eszembe jutott, hogy Isten vajon egyáltalán megtalálja-e a miénket, de gondolom most arra azért biztosan megtalálta könnyebb volt, mint gondoltam, bemenni és leülni, de persze főleg azért, mert itt nem ismertem senkit. De utána minden egy kicsit nehezebbnek tűnt, mert annyira idegennek éreztem az embereket, és a nyelv miatt nagyon gyakran nem tudtam, hogy hol járunk. De aztán persze hozzászoktam. Olyan volt, mint bemenni egy sötét szobába, és tényleg sötétebb volt ott benn, sokkal sötétebb, mint nálunk. Kis idő múlva kezdtem kivenni a dolgokat, és az otthoni embereket láttam. Természetesen nem pontosan őket, hanem a teneri fei megfelelőiket. Volt egy olyan nő, mint Bridget, aki mindenkit ismert, és folyton nézte a sorokat, mosolygott és biccengetett. És volt egy alak, aki kicsit bizonytalanul állt a lábán, már ilyen korán is, és az volt Pet. És aztán megláttam magamat. Velem egykorú volt, egyedül, és volt egy felnőtt fia kerekes székben, aki nem tudta, hogy milyen nap van ma, és egy kis ideig bámultam őket, és a nő elkapta a tekintetemet, és nyilván azt gondolta, hogy udvariatlan vagyok. De hát annyira különösnek tűnt, olyan furcsa egybeesésnek, amik jobban bele nem gondoltam. És azt gondoltam, az ember alig, hanem bárhol a világon bemehet egy templomba, és látni fog egy középkorú nőt, férj sehol a közelben, aki egy fiatal fiúttól kerekes székben. Biztosan ez volt az egyik oka, hogy feltalálták a templomokat. Martin Soha sem voltam az a kifejezetten önvizsgálódó típus, és ezt minden mentegetőzés nélkül mondom. Akár amellett is lehetne érvelni, hogy a világ minden baja az önvizsgálódásból származik. Nem olyan dolgokra gondolok, mint a háború, az éhínség, a betegség vagy az erőszakos bűncselekmények, nem ilyen fajta bajokra. Inkább olyasmikre, mint a dühítő újságcikkek, a könnyező vendégek a csevely sókban, és így tovább. Most viszont látom, hogy nehéz elkerülni az önvizsgálatot, amikor az embernek nincs semmi más dolga, mint hogy ücsörögjön és magáról gondolkodjon. Gondolom, próbálkozhatsz azzal, hogy más emberekre gondolsz, de azok a más emberek, akikre gondolni próbáltam, rendszerint olyanok, akiket ismerek. És ha olyan emberekre gondoltam, akiket ismerek, az egyszerűen visszavitt oda, ahol nem akartam lenni. Úgyhogy bizonyos értelemben hiba volt kijelentkezni a szállodából és a maga útját járni, mert bár Jess iszonyúan ki tudott hozni a sodromból, Morin pedig elszomorított, elfoglalták lényemnek egy olyan részét, amelyet soha nem lenne szabad lakó és bútorok nélkül hagyni. Meg nem is csak erről volt szó. Mellettük mégiscsak úgy éreztem, hogy vagyok valaki. Viszonylag. Csináltam dolgokat, és mivel csináltam dolgokat, fennállt a lehetőség, hogy esetleg még majd csinálok más dolgokat is. Ők a világon semmit sem csináltak, és nem volt nehéz elképzelni, hogy továbbra is ugyanazt a semmit fogják csinálni. És ettől úgy néztem ki és úgy éreztem magam, mint egy világvezető, aki esténként egy multinacionális vállalatot vezet, hétvégénként meg egy hadsereget. Beköltöztem egy szobába, amelyik nagyjából ugyanolyan volt, mint az előző, azzal a különbséggel, hogy szereztem magamnak egy tengeri kilátást, meg egy balkont. És két teljes napon át csak ültem a balkonon, bámultam a tengert, és önmagamra gondoltam. Nem mondhatnám, hogy különösebben találékony voltam az önvizsgálódásomban. Az első napon arra a következtetésre jutottam, hogy nagyjából mindent elcsesztem az életemben, és jobb lenne, ha meghalnék és ha meghalnék, senkinek sem hiányoznék, és senki sem szomorkodna a halálomon. És aztán berúgtam. A második nap épp csak egy hajszállal volt konstruktívabb. Miután előző nap arra a következtetésre jutottam, hogy senkinek sem hiányoznék, ha meghalnék, kicsit megkésve rátöbbentem, hogy a legtöbb csapás valaki másnak a hibájából ért. Szindi miatt távolodtam el a gyerekeimtől, és Szindi volt a felelős a házasságom kudarcáért is. Én egyetlen hibát követtem el. Na jó, kilencet. Kilencet mondjuk száz lehetőségből. 91 százalékra teljesítettem, és még így is megbuktam a vizsgán. Azért kerültem börtönbe, mert a. csapdába csaltak, és b mert a társadalomnak elavultak a normái a tizenévesek nem életét illetően. A főnökeim álszentsége és illojalitása miatt vesztettem el az állásomat. Úgy, hogy a második nap végére már másokat akartam inkább megölni, nem önmagamat, és az biztosan egészségesebb dolog. Nem igaz? Jess a harmadik napon talált meg. Egy kávéházban ültem, egy kétnapos déli expresszt olvastam, kávét ittam tejjel, ő pedig leült velem szemben. – Van benne valami rólunk? – kérdezte. – Alig, ha nem – feleltem. – De még csak a sportot és a horoszkópot olvastam el. A címlapot még nem néztem meg. – Jó, de vicces! Ülhetek itt veled? – Nem. – Leült. – Szóval mi az, az egész? – Egész mi? – ez a nagy duzzogás. Azt hiszed, duzzogok? Akkor te mire neveznéd? Halálosan elegem van belőletek. Mi rosszat tettünk? Nem tettetek. Tettél. Toá. Nem vu. Amiatt az éjszaka miatt? Igen, amiatt az éjszaka miatt. Nem tetszett, hogy azt mondtam, te vagy az apám, igaz? Pedig elég idős vagy hozzá. Tisztában vagyok vele. Ja. Szóval tett túl magad rajta. Vegyél be egy nyugtatót. Már tettem. Bevettem. Látom. Jess, én nem duzzogok. Azt hiszed, azért jelentkeztem ki a szállodából, mert azt mondtad, én vagyok az apád. Hát azt. Mert gyűlölöd vagy mert az ember szégyelné, ha ilyen lánya lenne. Mindkettő. Jess így működik. Amikor azt gondolja, hogy elhúzódsz tőle, úgy tesz, mintha elgondolkozna a dolgokon. És az elgondolkozáson azt értem, hogy megjelenik benne valami önutálat, ami szerintem az ő esetében az egyetlen lehetséges eredménye bármilyen hosszabban tartó gondolkodási folyamatnak. Eldöntöttem, hogy nem hagyom magam csőbe húzni. Nem hagyom magam csőbe húzni. Tűnj el! Most meg mit csináltam a kurva életbe? Megjátszod itt nekem a nagy Maxima kulpát. Mi az a Maxima kulpa? Azt jelenti, hogy furdal a lelki ismeret. Mi miatt? Menj el! Mi miatt? Jess, pihenni akarok. A leges legjobban téged akarlak kipihenni. Szóval azt akarod, hogy rúgjak be és drogozzak? Igen, nagyon is azt akarom. Hát jó. És ha megteszem, jön a lebaszás. Nem, nincs lebaszás, csak menj el. Unatkozom. Hát akkor menj és keresd meg JJ-t vagy Morint. Ők unalmasak. És én nem. Milyen híres emberekkel találkoztál? Találkoztál Emi nemmel? Nem. De igen, csak nem akarod elmondani. Ó, az Isten szerelmére. Hagytam valamennyi pénzt az asztalon, felálltam és kisétáltam. Jess jött utána. Mit szólnál egy kis biliárdhoz? Nem. Szex? Nem! Nem tetszem neked? Nem! Egyeseknek tetszem. Akkor azokkal szexelj. Jess, sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de azt hiszem, a mi kapcsolatunknak vége. Ha egész nap követlek mindenhova, akkor nem. És szerinted ez működni fog hosszú távon? Nem érdekel a hosszú táv. És mi van azzal, amit az apám mondott, hogy vigyáznod kell rám? Én azt hittem, hogy te is akarod. Pótolhatnám a lányaidat, akiket elvesztettél, és így megtalálhatnád a belső békédet. Na, egy csomó ilyen film van. Ezt az utolsó megjegyzést egészen tárgyilagos hangon tette, mintha valamiképpen az általa elképzelt forgatókönyv igazát bizonyítaná, nem pedig az ellenkezőjét. És mi van a szexel, amit felajánlottál? az hogyan illene a képbe, ha a lányaimat akarod pótolni, akiket elvesztettem? Azt tudod, más lenne. Egy másik irány, másik út, amelyen elindulunk. Egy New York City nevű ijesztően kinéző bár mellett mentünk el éppen. Innen dobtak ki verekedés miatt, mondta Jess büszkén. Megölnek, ha még egyszer bepróbálok menni mintha csak illusztrálná a szavait, az őszhajú tulajdonos ott állt az ajtóban, és gyilkos szemekkel nézte Jess-t. nem kell, nem menj sehová! Bementem a New York City-be, találtam egy wc valahol a legvégén, az ülésre tettem az Express TV műsor mellékletét, leültem és bezártam az ajtót. A következő egy vagy két órában hallottam, ahogy Jess üvöltözik nekem a falon keresztül, de... Végül megszűnt a kiabálás. Gyanítottam, hogy elment, de a biztonság kedvéért bent maradtam még egy darabig. Délelőtt 11 volt, amikor bezártam az ajtót, és délután három, amikor kimentem. Nem bántam az elvesztegetett időt. Ez egy ilyen szabadság volt. J.J. Az utolsó együttesem egy koncert után bomlott fel. Az Islingtoni Hope and Anchor-ben játszottunk, pár sarokra onnan, ahol a mostani lakásom van. Tudtuk, hogy fel fogunk bomlani, még mielőtt színpadra léptünk, de nem beszéltünk róla. Előző este Manchesterben játszottunk nagyon kicsi közönség előtt, és miközben jöttünk le Londonba, mindannyian kicsit ingerültek voltunk, vagy inkább többnyire csak rossz és szótlanok. Pontosan ugyanolyan érzés volt, mint amikor egy olyan nővel szakítasz, akit szeretsz. Az a sajgás, gyomorban, a tudat, hogy bármit mondasz, kurvára nem számít semmit sem, vagy ha igen, akkor maximum öt percre. De ez az egész egy együttese valahogy még furcsább, mert tudod, hogy nem fogod elveszíteni a kapcsolatot a társaiddal úgy, ahogy egy barátnő lép ki az életedből. Ülhettem volna egy bárban velük hármukkal a következő este úgy, hogy nincs köztünk semmi veszekedés, de a banda akkor is megszűnt volna létezni. Az több volt, mint mi négyen. Egy ház volt, mi pedig a lakói, és mi eladtuk, úgyhogy többé nem volt a miénk. Ezt persze képletesen mondom, mert senki egy kibaszott tíz centes sem adott volna érte. Na mindegy. Szóval a Hopen Denkörben tartott koncert után, és volt valami boldogtalan intenzitás abban a koncertben, mint egy kétségbe esett szakítási dugásban. Bementünk abba a szaros kis öltözőbe, és leültünk egy sorba, és aztán Edi megszólalt. Hát, ilyen érzés. És aztán valami olyat tett, ami egyáltalán nem jellemző rá. Kinyújtotta oldalra mind a két kezét, és megfogta az én kezemet, meg Jessiét ét és megszorította. Jesse pedig megfogta Billy kezét, hogy mindannyian összekapcsolódjunk még egyszer utoljára, és aztán Billy azt mondta, na menj a picsába, hülye buzi. És gyorsan felállt, ami valahogy mindent elmond a dobosokról, amit tudni kell róluk. A mostani társaimat még csak néhány hete ismertem, de ugyanaz a szarérzés kerített hatalmába minket, amikor mentünk a repülőtérre a szállodából. Közeledett a szakítás, egyszerűen érezni lehetett a szagát, és senki sem mondott semmit. És ugyanaz volt az oka is. Elmentünk együtt odáig, ameddig lehetett, és innen már nincs hova mennünk tovább. Gondolom, minden azért bomlik fel végül, az együttesek, a barátságok, a házasságok, bármi, a partik, az esküvők, minden. Vicces, de amikor a banda feloszlott, az egyik ok, ami miatt szarul éreztem magam, az volt, hogy aggódtam a többi srác miatt. Szóval tudjátok, hogy most mi a fasz fognak kezdeni magukkal. Egyikünk sem volt túl képzett. Billy nem igazán értett az íráshoz és az olvasáshoz. Edinek túlságosan gyorsan eljártak a ahhoz, hogy hosszabb ideig meg tudjon maradni egy állásban. Jesse meg nem igen bírt meg lenni Spangli nélkül. Igazából csak magam miatt nem aggódtam. Én rendben leszek, én okos vagyok, és stabil, és van barátnőm, és bár tudtam, hogy az életem minden kibaszott napján hiányozni fog a zene, azért még lehetek valaki és valami anélkül is. Na, és mi történik? Néhány héttel később Billy és Jessie nagy koncerten játszanak oda-haza Amerikában egy olyan bandával, amelyikből lelépett a ritmus szekció, Edi beáll dolgozni az apjához, belőlem meg pizza futár lesz, és majdnem leugrok egy kibaszott tetőről. Szóval most elhatároztam, hogy nem fogok idegeskedni a többiek miatt. Minden oké okay lesz, örök mondtam magamnak. Talán nem úgy nézett ki, de eddig legalábbis életben maradtak. Úgy, ahogy meg különben sem az én problémám. A taxiban a repülőtérre menet beszélgettünk egy kicsit arról, hogy miket csináltunk, meg hogy mit olvastunk, meg hogy mi lesz az első dolgunk, amikor hazaérünk, meg hasonló szarságokról. És a repülőgépen mindannyian bóbiskoltunk, mert korai járattal mentünk és aztán elmetróztunk a Heathrowról a King's Crossig, ott pedig felszálltunk a buszra. És csak a buszon kezdtünk beszélni arról, hogy talán már nem leszünk együtt túl sokáig. Miért nem? kérdezte Jess. Mert nincs bennünk semmi közös, mondta Martin. A nyaralás ezt bebizonyította. Azt hittem okés volt. Martin felhorkant. Nem is beszéltünk egymással. Te az idő nagy részét egy WC-ben töltötted, mondta Jess. Na és vajon miért, mit gondolsz? Mert lelkitársak vagyunk, vagy mert ez éppenséggel nem tartozik a legboldogítóbb kapcsolataim közé? Aha, és melyik a legboldogítóbb kapcsolatod? A tiéd melyik? Jess gondolkodott egy kicsit, aztán megvonta a vállát. Hát, ez, veletek. Elég hosszú csend volt ahhoz, hogy megértsük. Jess ezt nem csak úgy mondta, hanem az ő esetében igaz is. És szerencsénkre Martin éppen akkor szólalt meg, amikor kezdtünk rádöbbenni, hogy valószínűleg a mi esetünkben is igaz lenne. Igen, hát... De nem így kellene lennie, nem igaz? Akkor most fel is út, le is út? Ha így akarod megfogalmazni, Jess, végig végigcsináltuk ezt a nyaralást, és most ideje, hogy ki kimenjen a maga útjára. És mi van a Valentin nappal? Valentín napon találkozhatunk, ha azt akarod, abban megállapodtunk. Fent a tetőn. Még mindig azt gondolod, hogy leugranál? Nem tudom, napról napra változik. Én szeretném, ha ott fent találkoznánk, mondta Morin. Gondolom, a Valentin nap igazán fontos lehet magának, Morin, mondta Jess. Úgy mondta ezt, mint aki csak lazán beszélget. De Morin felismerte a rejtett gonosságot és nem válaszolt. Nagyjából mindent, amit Jess mondott, kapásból vissza lehetett pattintani rá, de most már egyikünkben sem volt elég energia hozzá. Néztük az ablakokon át a forgalmat az esőben, és az Angel Metro megállónál elbúcsúztam tőlük, és leszálltam. Néztem, ahogy elmegy a busz, és láttam, hogy Mori megkinálja a többieket, még Jess is, a póló mentolos cukrával, és ez a gesztus valahogy összetörte a szívemet. A következő héten nem igen csináltam semmit. Sokat olvastam és sétálgattam Islingtonban, hát találok magamnak valami vacakállást valahol. Egyik este kidobtam tíz fontot, hogy megnézzek egy Fat Chance nevű bandát a Union Chapelben. Nagyjából akkor kezdték, mint mi, és most arra elég szépen befutottak. Volt körülöttük egy kis felhajtás, de szerintem bénák voltak. Csak álltak ott, és eljátszották a dalaikat, és az emberek tapsoltak, és volt egy kis ráadás, aztán elmentünk, és nem mondanám, hogy bárki is gazdagabb lett közülünk egy élménnyel. Kifelé menet felismert egy srác, olyan 40 éves lehetett. Minden rendben, JJ? kérdezte. Ismerjük egymást? Láttalak tavaly a Hopenden körben. Hallottam, hogy felasztott a bandád. Itt élsz? Aha, egyelőre. Mit csinálsz? Átmentél szólóba? Ja. Király. Este nyolckor találkoztunk Valentin napon, és mindenki időben ott volt. Jess azt akarta, hogy később találkozzunk, éjfélkor vagy ilyesmi, hogy tökéletes legyen a tragikus hangulat, de ezt senki sem találta túl jó ötletnek. Morin pedig nem akart olyan későn hazamenni. Összefutottam vele a lépcsőn. Örülök, hogy utána haza akar menni, mondtam. Hova máshol mehetnék? Nem. Tudja, legutóbb nem akart hazamenni, igaz? Legalábbis nem busszal. Busszal? Utoljára Frankon le akart ugrani a tetőről. Felsétáltattam a levegőben az ujjaimat, aztán leejtettem őket, mintha épp leugrottak volna a tetőről. De úgy hallom, ma este a hosszú utat választja lefelé. Ó, igen, hát, kicsit magamhoz tértem, mondja. Úgy értem, a fejemben. Nagyszerű. Azt hiszem, még érzem a nyaralás hatását. Remek és aztán nem akart többet beszélgetni, mert hosszú volt az út felfelé, és nem kapott elég levegőt. Martin és Jess pár perccel később érkeztek, és köszöntünk egymásnak, aztán csak álltunk. Ennek tulajdonképpen mi is az értelme? kérdezte Martin. Hát, hogy találkozunk, és megnézzük, hogy ki hogyan érzi magát, meg minden, mondta Jess. Ah, toporogtunk. És hogyan érezzük magunkat? Morin egész jól van, mondtam. Ugye, Morin? Igen. Mondtam is JJ-nek, hogy még érzem a nyaralás hatását. Milyen nyaralásét, amin nem rég voltunk? Márti Morira nézett, és félig csodálkozva, félig csodálattal a szemében megcsóválta a fejét. És te, Márt? kérdeztem. Veled mi a helyzet? de valahogy előre tudtam, hogy mi lesz a válasz erre a kérdésre. Hát tudod, kom szí, kom szá. Sekfej, mondta Jess. Toporogtunk még egy sort. Olvastam valamit, ami érdekelhet benneteket, mondta Martin. Igen? Arra gondoltam, talán jobb lenne valami más helyen beszélgetni róla, mondjuk egy kocsmában. Jó hangzik, mondtam. Meg különben is talán ünnepelnünk kellene, nem igaz? Ünnepelni? mondta Mártin, mintha dilis volnék. Aha, úgy értem, élünk, és... és... Úgy tűnt, ezzel ki is fújt a lista. De az, hogy élünk, talán önmagában is megért egy rundot. Úgy tűnt, az, hogy élünk, elég ok az ünneplésre. Ha csak persze valami más nem akart az ember, mert akkor, ó, a picsába, mindenképpen meg akartam inni valamit. És ha semmi más nem jutott az eszünkbe, akkor az, hogy én akarok egy italt, elég ok az ünneplésre. Egy hétköznapi emberi vágy bukkant fel a depresszió és bizonytalanság ködéből. Morin? Jó, rendben. Nem úgy tűnik nekem, hogy bárki is ugrani akar, mondtam. Legalábbis ma este. Igaz? Jess? nem figyelt rám. A kurva életbe, mondta. Jézusom! A tető sarkát bámulta. Mártin ott vágta át a dróthálót szilveszterkor. Ült ott egy srác pontosan ugyanott, mint akkor Mártin, és minket nézett. Pár évvel tűnt idősebbnek nálam, és látszott, hogy nagyon fél. Hé, testvér, mondtam halkan. Hé, maradj csak ott, ahol vagy lassan elindultam felé. Ne jöjjön közelebb, mondta. Be volt gazolva, majdnem sírt és vadul szívta a cigét. Mindannyian voltunk ott, mondtam. Gyere vissza, és te is tagja lehetsz a csapatunknak. Ez a találkozunk. Még néhány óvatos lépést tettem, nem mondott semmit. Aha, mondta Jess. Nézd ránk, jól vagyunk. Most azt gondolod, hogy soha nem tudnád végigcsinálni ezt az éjszakát, de sikerülni fog. Nem akarom, mondta a srác. Mondd el nekünk a problémádat, mondtam. Még egy kicsivel közelebb mentem. Tudod, mi mindannyian kibaszottú szakértők vagyunk ezen a téren. Morin például, de ezt már nem tudtam befejezni. A srác lepöckölte a cigét, és egy kis nyögéssel ellökte magát. És aztán csend volt. Utána meg a puffanászaja, ahogy lent a betonnak csapódott a teste, és azt a két hangot, a nyögést és a puffanást minden áldott nap hallom azóta, és még mindig nem tudom, melyik a rémisztőbb. Harmadik rész Mártin. A srác, aki leugrott, kétféle mély és nyilvánvalóan ellentétes hatással volt mindannyiunkra. Először is, tudatára ébredtünk, hogy nem vagyunk képesek megölni magunkat. És másodszor, emiatt most megint szerettük volna megölni magunkat. Ez nem paradoxon, ha valamennyire is ismeritek az emberi természet perverzitását. Valamikor régen együtt dolgoztam egy alkoholistával, a nevét nem fogom elárulni, mert majdnem biztos, hogy hallottatok már róla. És ő mesélte, hogy amikor először próbált lemondani az alkoholról, az volt élete legszörnyűbb napja. Mindig azt hitte, hogy abba tudja hagyni az ivást, amikor csak úgy dönt. Úgyhogy ott volt eldugva ez a választási lehetősége egy zoknis fiókban, valahol a feje hátsó zugában. És amikor rájött, hogy muszáj innia, hogy igazából sohasem volt meg az a választási lehetősége. Hát akkor szerette volna megölni magát, ha egy pillanatra összekeverhetem az ő ügyét a miénkkel. Nem igazán értettem, hogy mire gondolt, amíg nem láttam azt a srácot leugrani a tetőről. Egészen addig az ugrás mindig a lehetőségek egyike volt, egy lehetséges kiút, a pénz a bankban arra az esetre, ha megszorul az ember. És hirtelen a pénz eltűnt, vagy inkább soha nem is volt a Az Azért srácé volt, aki leugrott, meg a hozzá hasonló ki, mert lelógatni a lábadat a mélység fölött semmi. Ha csak nem vagy kész megtenni azt a plusz öt centit, és egyikünk sem volt kész rá. Mondhattuk egymásnak és magunknak is az ellenkezőjét. Ó, én megtettem volna, ha nincs ott az a csaj, vagy nincs ott az a srác, vagy ha valaki nem ült volna rá a fejemre. De a tény az, hogy még mindannyian életben voltunk, amikor pedig bőven lett volna rá lehetőségünk, hogy ne legyünk. Miért jöttünk le azon az éjszakán? azért jöttünk le, mert úgy gondoltuk, el kell mennünk megkeresni valami Csesz nevű faszkalapot, akiről kiderült, hogy nagyjából semmi köze a történetünkhöz. Nem vagyok biztos benne, hogy azt a srácot, aki leugrott, rá tudtuk volna venni, hogy jöjjön el velünk Csesz vadászatra. Neki más dolgok jártak a fejében. Kíváncsi vagyok, hány pontot szerzett volna Éron Tíbek öngyilkossági szándéktesztjében alig, hanem jó sokat, ha csak Éron Tíbek nem tájolta el magát teljesen. Senki sem mondhatná, hogy nem volt komoly a szándéka. Ezerrel húztunk lefelé a tetőről, amint leugrott. Úgy döntöttünk, az lesz a legjobb, ha nem maradunk ott, és nem magyarázzuk el a szerepünket, pontosabban annak hiányát a szegény fickó halálában. Elvégre már volt egy kis afférünk az öngyilkosok házával, és ha most megint mi kerülünk előtérbe, azzal csak összezavarjuk a dolgokat. Ha az emberek megtudják, hogy ott voltunk fent, akkor a történet egy boldogtalan ember leugrik a tetőről, csak elveszti a maga tisztaságát, és az emberek nem többet, hanem kevesebbet fognak érteni belőle. És ezt nem akartuk. Úgyhogy rohantunk le a lépcsőn olyan gyorsan, ahogy csak a szétbarmolt tüdőnk és a viszeres lábaink engedték, és aztán ki-ki húzott a maga dolgára. Túl idegesek voltunk ahhoz, hogy elmenjünk egy itarra valahova a közelbe, meg ahhoz is, hogy együtt taxiba üljünk, úgyhogy szétspricceltünk, amint leértünk a járdára. Melyik lehet a legközelebbi kocsma az öngyilkosok házához? tűnődtem hazafelé menet. Vajon tele van boldogtalan emberekkel, akik készülnek felmenni, vagy félig zavarodott, félig megkönnyebbült emberekkel, akik épp lejöttek? Vagy a kettő fura keverékével? Vajon a tulajdonos tisztában van azzal, hogy kicsit furcsa emberek térnek be hozzá? Kihasználja a hangulatukat anyagi előnyszerzés céljára, mondjuk azzal, hogy boldogtalanok óráját hirdet? próbálkozik azzal, hogy a felmenők ebben a kontextusban a nagyon boldogtalan emberek beszélgetésbe elegyedjenek a lejövőkkel, vagy hogy a felmenők eldumáljanak egymással. Született itt valaha kapcsolat? Lehetséges, hogy az a kocsma akár még egy esküvőért és következésképpen egy gyerekért is felelős lehet. Másnap délután találkoztunk újra a Starbucksban, és mindenkinek rossz kedve volt. Néhány nappal azelőtt közvetlenül a nyaralásunk után egészen világos volt, hogy többé nem sok hasznára vagyunk egymásnak. Most meg nehezen tudtuk elképzelni, hogy ki más lenne megfelelő társaság számunkra. Végignéztem a többi vendéget a kávéházban. Fiatal anyák, gyerekkocsival, fiatal férfiak és nők öltönyben és kosztümben, mobiltelefonnal és papírokkal, külföldi diákok próbáltam elképzelni, hogy beszélgetésbe elegyedek valamelyikkel, de lehetetlen volt. Nem akartak volna olyan emberekről hallani, akik toronyházak tetejéről ugranak le. Arról senki sem akart volna hallani azokon kívül, akikkel egy asztalnál ültem. Egész éjjel ébren voltam, bazd meg, és végig arra a srácra gondoltam, mondta J.J. Mi a fene lehetett a baja? Hát, valószínűleg tudod, csak olyan... Hiszt is picsa volt, már mint pasiban. Hiszt is pöcs, mondta Jess. Olyan fajtának tűnt. Ez aztán az empátia, mondtam. Abban a pár pillanatban, mielőtt leugrott, nem úgy tűnt, mint akinek komoly problémái vannak. Legalábbis, ha a vesszük mércének. Benne lesz a helyi újságban, mondta Morin. Általában benne vannak. Régebben mindig elolvastam. Különösen, amikor közeledett az új év, összeszoktam hasonlítani őket magammal. És? Mi volt az eredmény? Hát, mondta Morin, nem rossz. Némelyiket nem is értettem. Miféle dolgok voltak? Pénz. Én egy csomó embernek tartozom. – mondta Jess büszkén. – Talán el kellene gondolkoznod azon, hogy megöld magad, – mondtam. – De nem sokkal – mondta Jess. – Csak egy huszas ennek, egy huszas annak. Akkor is az adósság az adósság, és ha nem tudod kifizetni, talán a tisztességes kiútat kellene választanod. – Hé, srácok – mondta JJ – kicsivel több összpontosítást, oké? Okay? – Mire? – Hát nem épp az a probléma, hogy nincs mire összpontosítani? Összpontosítsunk arra a srácra. Semmit se tudunk róla. Nem, de nem is tudom. Nekem valahogy olyan fontosnak tűnik. Mi is ezt akartuk csinálni. Tényleg? Én igen, mondta Jess. De nem tetted meg? Mert ráültél a fejemre. De azóta se csináltál semmit. Hát, elmentünk abba a babuliba, meg nyaralni voltunk, meg tudod, jött egyik dolog a másik után. Hát nem szörnyű, hogy ez történik. Ki kell húznod egy részt a naptáradból, különben az élet folyton az utatba áll. Fogd be! Srácok, srácok! Megint hagytam, hogy belesodródjak egy méltatlan szóváltásba Jess-szel. Elhatároztam, hogy ezentúl férfihoz méltóbb módon fogok viselkedni. Akárcsak J.J.-t, engem is egész éjjel zaklatott a jó öreg kogító Sekfej! És arra a következtetésre jutottam, hogy ez nálunk nem igazán komoly. Soha nem is volt. Közelebb jutottunk, mint egyesek, de messze nem olyan közel, mint mások és ez valamiképpen összeköt bennünket. Egyet értek. Ez benne a kibaszás, mondta JJ. Bocsánat, Morin. Ezt most nem nagyon értem, mondta Jess. Ez az, mondtam. Ez vagyunk mi. Micsoda? Ez. Bizonytalanul körbe mutattam a társaságunkra és az esőre odakint, úgy tűnt ez is, az is ékesen kifejezi jelenlegi helyzetünket. Ez az. Nincs kiút. Még a kiút sem kiút. Legalábbis nekünk. Pazd meg! mondta Jess. Nem kérek bocsánatot, Morin. Az este beszélni akartam nektek valamiről, amit egy magazinban olvastam. Az öngyilkosságról. Emlékeztek? Na mindegy. A srác szerint 90 napig tart a válságperiódus. Milyen srác szerint? kérdezte J.J.- A szuicidológus szerint. Az egy szakma. Minden lehet szakma. Na és? mondta Jess. Úgyhogy nekünk már letelt 46 a 90-ből. És mi történik a 90 nap után? Semmi sem történik mondtam, csak más lesz. Megváltoznak a dolgok. A dolgoknak az a felállása, ami miatt azt gondoltad, hogy elviselhetetlen az életed. Szóval az valahogy elmozdul egy kicsit. Kicsit olyan ez, mint az asztrológia, csak az igazi életben. Neked semmi sem fog megváltozni, mondta Jess. Te akkor is csak az a muksó leszel a tévéből, aki lefeküdt egy 15 éves lányjal és börtönbe került. A soha senki nem fogja elfelejteni. Igen, aha. Biztos vagyok benne, hogy ez a 90 napos dolog az én esetemben nem áll fenn, mondtam. Ha ez téged boldogabbá tesz. Meg Morinon se segít, mondta Jess. Vagy jj De én megváltozhatok. Meg egy csomót változok is. Na mindegy, azt akarom mondani, hogy újból toljuk ki a határidőt. Mert, hát nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de én ma reggel rájöttem, hogy szóval még nem vagyok kész átmenni szólóba. Vicces, mert különben egyik kötőket sem kedvelem különösebben. De úgy tűnik, ti vagytok. Nem is tudom, amire szükségem van. Tudjátok, ahogy az ember néha tudja, hogy több káposztát kellene ennie, vagy több vizet innia. Ez is olyan. Na erre mindenki ide-oda rakosgatta a lábát, amit én a kelletlen szolidaritás kinyilvánításának tekintettem. Kösz, testvér, mondta J.J. Nagyon megható. Mikor jár le az a kilencven nap? Március 31-én. Micsoda véletlen, nem? mondta Jess. Pontosan három hónap. Hogy mi? Hát, ez nem tudományos, igaz? Miért 88 nap az lenne? Aha, az tudományosabban hangzana. Én értem, mondta JJ. A három hónap nagyjából okésan hangzik. Három hónap az annyi, mint egy évszak. Nagyon úgy néz ki, értettem egyet vele, mivel négy évszak van és tizenkét hónap egy évben. Szóval együtt vészeljük át a telet. Klassz. Az ember úgyis mindig télen lesz depressziós, mondta JJ. Úgy tűnik, mondtam. De csinálunk is kell valamit, mondta JJ. Nem ülhetünk ölbetett kézzel, várva, hogy leteljen a három hónap. Típikus amerikai duma, mondta Jess. Mit akarsz, mit csináljunk? Bombázzunk meg valami szegény kis országot valahol? Pontosan, egy kis bombázás elterelné a figyelmemet. Mit kellene csinálnunk? kérdeztem tőle. Nem tudom, testvér. Csak azt tudom, hogy ha hat héten át csak szarozunk meg nyafogunk, azzal nem segítünk magunkon. Jessnek igaza van, mondtam. Tipikus amerikai igaza. Bassza meg! Segíts magadon, bármit elérhetsz, ha nagyon akarod, igaz? Akár elnök is lehetsz. Ne csináljátok már ezt, hülyesek fejek! Én nem arról beszélek, hogy elnök legyen belőlünk. Inkább olyasmiről, hogy az ember szerez magának egy állást, pincérkedik, vagy valami. Super, mondta Jess. Ne öljük meg magunkat, mert valaki adott nekünk ötven penni borravalót. Na, arra semmi esély ebben a kibaszott országban, mondta JJ. Bocsánat, Morin. Te bármikor visszamehetsz oda, ahonnan jöttél, mondta Jess. Az egy kis változást jelentene. Meg nálatok a házak is magasabbak, nem? Szóval, mondtam, még 44 nap. Volt még valami más is abban a cikkben, amit olvastam. Beszélgetés egy olyan emberrel, aki túlélte, hogy leugrott a San Francisco-i Golden Gate hídról. Azt mondta, két másodperccel az ugrás után rájött. Hogy semmi sincs az életében, amivel ne tudna megbirkózni. Egyetlen olyan probléma sem, amit ne tudna megoldani, kivéve azt az egyet, amit éppen most csinált magának, azzal, hogy leugrott a hídról. Nem tudom, miért nem mondtam el ezt is a többieknek, végül is fontos információnak tűnik, nem? De egyelőre meg akartam tartani magamnak. Olyas minek tűnt, ami talán helyén valóbb lesz majd később, amikor vége a történetnek. Ha egyáltalán vége lesz valamikor. Morin. Igen, egy hét múlva benne volt a helyi újságban. Kivágtam a cikket, és megtartottam, és időről időre elolvasom, és próbálom jobban megérteni azt a szegény embert sehogy sem tudtam kiverni a fejemből. David Fólinak hívták, és a felesége meg a gyerekei miatt ugrott le. A nő összejött valakivel, elköltözött ahhoz a másik férfihoz, és magával vitte a gyerekeket. Csak két utcányira lakott, ami egészen furának tűnt, véletlen egybeesésnek, amíg rá nem jöttem, hogy a helyi újságban szereplő emberek mindig valahol itt élnek, ha csak valaki ide nem látogatott, hogy megnyisson egy iskolát vagy ilyesmi. Egyszer például Glenda Jackson ellátogatott meté iskolájába. Martinnak igaza volt. Amikor David Foley a szemem láttára leugrott, megértettem, hogy szilveszterkor én nem voltam készen erre. Kész voltam arra, hogy elvégezzem az előkészületeket, mert az valami elfoglaltságot jelentett. Így a szilveszter este olyasmi volt, amit valami fura módon várhattam. És amikor találkoztam néhány emberrel, akikkel beszélgethettem, akkor örültem, hogy beszélgetek, és nem ugrok. Engedtek volna leúrani, gondolom, miután elmondtam nekik, hogy miért vagyok ott. Nem álltak volna az utamba, vagy ültek volna a fejemre. De én lejöttem a lépcsőn, és elmentem velük arra a partira. Ez a szegény David nem akart beszélgetni velünk, az látszott rajta. Ő ugrani jött, nem cseverészni. Én meg azt hittem, hogy ugrani mentem, de a vége cseverészés lett. Ha meggondolom, ez a David nevű fickó meg én egymás ellentétei vagyunk. Ő azért ölte meg magát, mert elmentek a gyerekei. Én meg azért gondolkoztam az öngyilkosságon, mert a fiam velem volt. Annyi minden megtörténhet. Vannak, akik azért ölik meg magukat, mert vége a házasságuknak, és vannak, akik azért, mert nem látnak kiutat abból a házasságból, amelyben élnek. Arra gondoltam, vajon meg lehet-e csinálni mindennel, hogy vajon minden boldogtalan helyzetnek van-e egy vele ellentétes párja. De az adóssággal kapcsolatban nem jutott ilyen az eszembe. Még soha senki nem ölte meg magát azért, mert túl sok pénze volt. Azok az olajsejkek azt hiszem nem túl gyakran követnek el öngyilkosságot. Vagy ha igen, akkor senki sem beszél róla. De akkor is talán volt valami ebben a gondolatban az ellentétes helyzetekről. Nekem volt valakim. Davidnek meg nem volt senkije, és ő ugrott, én meg nem. Amikor az öngyilkosságról van szó, a senki veri a valakit, hogy úgy mondjam. Nincs kötél, ami visszatartaná az embert. Imádkoztam David lelkért. Jó lehet tudtam, hogy nem használ neki, mert elkövette a kétségbesés bűnét, és az imáim süket fülekre találnak. És miután Meti elaludt, egyedül hagytam öt percre, és lesétáltam az úton, hogy megnézzem, hol lakott David. Nem tudom, miért tettem ezt, vagy hogy mit reméltem látni, de természetesen nem volt ott semmi. Egyszerűen egy olyan nagy házakkal teli utca volt, amikben lakásokat alakítottak ki, úgyhogy ennyi volt minden, amit megtudtam, hogy egy lakásban lakott. És aztán ideje volt megfordulni és hazamenni. Aznap este megnéztem egy filmet a tévében. Egy skót nyomozóról szólt, aki nem jön ki Jóla volt feleségével, úgyhogy Megint egy kicsit Davidre gondoltam, mert alig, hanem ő sem jött ki jól a volt feleségével. És nem hinném, hogy ez volt a lényege annak a filmnek, minden esetre nem jutott benne túl sok idő a skót nyomozó és a volt felesége közti vitákra, mert ki kellett derítenie, hogy kiölte meg azt a nőt, és hagyta a holtestét a volt férje, egy másik volt férj háza előtt, hogy azt higgyék, ő ölte meg. Úgyhogy az egyórás filmben olyan tíz perc szólhatott arról, hogyan vitatkozik a volt feleségével és a gyerekeivel, és ötven perc arról, hogyan próbálja kideríteni, kitette a nő holttestét a szemetes kukába. Vagy mondjuk negyven perc, ha leszámítjuk a reklámokat. Azért vettem ezt észre, mert egy kicsivel jobban érdekeltek a viták, mint a holttest. De elég ritkán jött. Mármint a viták. És nekem úgy tűnt, hogy ez jól is van így. Tíz perc egy órából. Valószínűleg így volt jó a film szempontjából is, mert egy nyomozóról volt szó, és számára, meg a nézők számára is fontosabb volt, hogy az ideje nagy részét a gyilkos megtalálásával töltse. De azt hiszem, még ha nem egy film szereplője az ember, akkor is nagyjából rendben van, ha egy órából tíz percet tölt a problémájával. Ez a David Fóli munkanélküli volt. Szóval komoly esély van rá, hogy minden órában hatvan percen át gondolt a volt feleségére meg a gyerekeire. És ha ezt csinálja az ember, akkor előbb vagy utóbb az öngyilkosok házának tetején köt ki. Én csak tudom, én senkivel sem vitatkozom. De rengeteg olyan időszak volt az életemben, amikor nem tudtam megakadályozni, hogy METI óránkénti 60 perces program legyen. Mostanában több minden jár a fejemben a többiek miatt, meg ami az ő életükben történt. De a legtöbbször, életem legtöbb napján nem volt más, csak én, meg a fiam. És az bizony baj. Minden esetre azon az estén egy egész halom dolog járt a fejemben. Félálomban feküdtem az ágyban, és Davidre gondoltam, meg a skót nyomozóra, meg arra, hogy lejöttem a tetőről, hogy megkeressük cseszt, és végül ezek a gondolatok szépen kibogózódtak, és amikor reggel felébredtem, elhatároztam, hogy kiderítem, hol lakik Martin felesége a gyerekeivel, és aztán elmegyek és beszélek velük, és megnézem, van-e bármi esély arra, hogy újból együtt legyen a család. Mert ha ez összejön, akkor Mártin nem fog annyira gyötrődni, és lesz valakije, Nekem pedig lesz mit csinálnom 40 vagy 50 percen át egy órából, és az mindenkinek jó lesz. De reménytelen nyomozó voltam. Tudtam, hogy Mártin feleségét Szindinek hívják, úgyhogy meg akartam keresni Szindi Sárpot a telefonkönyvben, de nem volt benne, és ezzel ki is fogytam az ötletekből. Úgyhogy szóltam Jessnek, mert úgy gondoltam, JJ nem helyeselni a tervemet, és ő körülbelül öt perc alatt megtalálta a szükséges információkat a számítógépen. De aztán el akart jönni velem Szindihez, és azt mondtam, hogy eljöhet. Tudom, tudom de próbálják azt mondani neki, hogy nem kaphat meg valamit, amit akar. Jess Bekapcsoltam apu számítógépét, és beírtam a Google-be, hogy Cindy Sharp, és találtam egy interjút, amit valami női magazinnak adott, amikor Martin börtönbe került. Cindy Sharp először beszél az összetört szívéről, meg ilyenek. Még egy képre is rá lehetett klikkelni, amin ő volt, meg a két lánya. Szindi úgy nézett ki, mint Penny. Csak öregebb volt, meg kicsit kövérebb, miután megszülte azokat a gyerekeket, meg minden. És mibe fogadtok velem, hogy Penny úgy nézett ki, mint az a 15 éves csaj? Csak a 15 éves csaj még Pennynél is vékonyabb volt, és nagyobb melle volt, vagy valami. Micsoda segfejek, nem? Mármint az olyan pasik, mint Martin. Kibaszott laptopoknak, vagy mi a szarnak képzelik a nőket? Hát igen, a régi már le van strapálva, meg különben is lehet vékonyabbat venni, amelyik többet tud. Szóval elolvastam az interjút, és benne volt, hogy egy Torli Hisz nevű faluban lakik, Londontól kb. 40 mérföldre. És ha meg akarta akadályozni a magunk fajtákat abban, hogy bekopogjanak az ajtaján, és megpróbálják rábeszélni, hogy fogadja vissza a férjét, akkor nagy hibát követett el, mert az újságíró pontosan leírta, hol van a háza faluban. Egy régi típusú sarki fűszeressel szemben második ház az iskola mellett. Azért mondta el mindezt, mert így akarta érzékeltetni, hogy Cindy élete mennyire idealista, vagy mi a nyavaja már azt leszámítva, hogy a volt férje börtönben van, miután lefeküdt egy 15 éves lányjal. Úgy döntöttünk, hogy JJ-nek nem szólunk. Eléggé biztosra vettük, hogy valami baromokból megpróbálna leállítani bennünket. Azt mondaná, nektek ehhez semmi közötök, vagy csak az utolsó esélyét is elbarmolnátok. De mi, Morin és én, úgy gondoltuk, hogy erős érvünk van. A következő volt az érvünk. Lehet, hogy Cindy utálta Mártint, mert egy playboy volt, aki bárhová elment bárkivel. De Martin most öngyilkos akar lenni, és valószínűleg nem menne senkivel sehová, legalábbis egy ideig. Úgyhogy, ha nem fogadja vissza, akkor lényegében annyira kell utálnia, hogy a halálát akarja. És az azért jó nagy utálat. Igaz, Martin soha nem mondta, hogy vissza akar menni hozzá, de akkor is biztonságos családi környezetre van szüksége. Egy olyan helyen, mint Torli hisz. Jobb semmit sem csinálni egy olyan helyen, ahol semmit sem lehet csinálni, mint Londonban, ahol ezer veszély az emberre. Tizenéves lányok, éjszakai bárok és toronyházak. Ez volt az érzésünk. Szóval kiruccantunk otthonról. Morin borzalmas régi fajta készített tojással meg ilyenekkel, amiket nem tudtam megenni és metróval mentünk Paddingtonig, onnan meg vonattal Newbury be aztán busszal hízbe. Aggódtam, hogy nem lesz sok mondani valunk egymásnak Morinnal, és szörnyen unatkozni fogunk, és unalmamban végül valami hülyeséget csinálok. De egyáltalán nem így volt. Főleg nekem köszönhetően, mert igazán igyekeztem. Elhatároztam, hogy olyan leszek, mint valami újságíró, aki interjút készít, és az utazás alatt igyekszem mindent megtudni Morin életéről. Nem számít, hogy mennyire unalmas vagy lehangoló. Csak az volt a baj, hogy tényleg túlságosan unalmas és lehangoló volt hallgatni, úgyhogy félig mendig kikapcsoltam, amikor beszélt, és a következő kérdésen gondolkoztam. Néhányszor furcsán nézett rám, úgyhogy alig, ha nem éppen mondott nekem valamit, és én meg újból arra kérdeztem rá. Például egyszer, amikor visszakapcsoltam, hogy hallgassam, hogy valami, 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 találkoztam Frenkel, elkezdem, hogy és mikor találkozott Frenkel? De azt hiszem épp azt mondta, hogy és ekkor találkoztam Frenkel. Úgyhogy ezen még dolgoznom kell, ha valaha tényleg interjúkat akarok készíteni. De legyünk őszinték, nem fogok olyan emberekkel interjút készíteni, akik soha nem csináltak semmit, és van egy fogyatékos fiúk, nem igaz? Úgyhogy könnyebb lesz koncentrálni, mert az új filmjükről, meg ilyesmikről fognak beszélni. Olyan dolgokról, amikről tényleg szeretnék tudni. Na mindegy. Az a lényeg, hogy végigcsináltuk az egész utazást a kibaszott semmi közepére, anélkül, hogy megkérdeztem volna tőle, hogy szeretkezette már kutyapózban, vagy bármi ilyesmit. És ekkor jöttem rá, hogy milyen nagy utat tettem meg szilveszter óta. Fejlődött a személyiségem. És ez vezetett arra a gondolatra, hogy a történetünk kezd a végére érni, és hogy ez egy happy end lesz. Mert ugye nekem fejlődött a személyiségem, és amellett már abban a szakaszban voltunk, amikor elkezdtük megoldani egymás problémáit. Nem csak ültünk és búslakodtunk. Ekkor érnek véget a történetek, nem? Amikor kiderül, hogy a szereplők megtanultak pár dolgot is, kezdenek megoldódni a problémák. Egy csomó ilyen filmet láttam, Ma megoldjuk Martin problémáját, aztán jöhet JJ. Utána meg én, és végül Morin. És aztán majd megint találkozunk a tetőn, amikor letelik a 90 nap, és mosolyogni fogunk. Átöleljük egymást, és tudjuk, hogy tovább léptünk. A busz megálló épp a bolt előtt volt, amiről abban a cikkben is írtak. Úgyhogy leszálltunk a buszról, és nézni kezdtük az utca másik oldalát, hogy ott mi van. Egy olyan kis házat láttunk alacsony kerítéssel, és be lehetett látni az udvarra, és az udvaron két kislány volt jól bebugyolálva sapkába meg sálakba, és egy kutyával játszottak. Úgyhogy megkérdeztem Morintól, tudja Mártin gyerekeinek a nevét? Ő meg erre, hogy igen, Polly és Mézi. És ez épp jól is hangzott szerintem. El tudtam képzelni, hogy Mártin és Szindi a Polly és Mézi nevet adják a gyerekeiknek, mert ezek olyan régi módi puccos nevek, úgyhogy úgy lehet tenni, mintha Mr. Darcy lakna a szomszédban, vagy mit tudom én. Úgyhogy elkiáltottam magam. ha ho, -ho Polly! Maisie! Ők meg erre felkapták a fejüket, és elindultak felénk, és ezzel vége is volt a nyomozói munkámnak. Bekopogtunk, és Cindy nyitott ajtót, és úgy nézett rá, mint aki félig meddig felismert, mire én, hogy Jess vagyok. Tudja, az egyik abból a négy emberből az öngyilkosok házának tetejéről, és kapcsolatban állok a férjével, meg azzal, amit az újságok írtak, ami egyébként hazugság volt. Neki mondtam akkor, hogy hazugság volt, nem nektek mondom most. Tényleg jó lenne tudni, hova kell kitenni azokat a pontos veszőket, meg ilyeneket. Most már értem, hogy mire valok. Ő meg erre, hogy volt férjem. Ami elég barátságtalan volt így nyitó mondatnak. Mire én, hogy. Hát ő épp erről van szó, nem? Mire ő, hogy. Miről is? Mire én. Hát erről. Mert nem kellene, hogy a volt férje legyen. Mire ő, hogy. Ó, dehogy nem, ennek épp így kell lennie. És még be sem léptünk az ajtón. És ekkor Morin közbeszólt, hogy. Megengedné, hogy bemenjünk és beszéljünk önnel? Morinnak hívnak. Én is Mártin barátja vagyok. Vonattal jöttünk Londonból. Meg buszsal, mondtam. Csak érzékeltetni akartam, hogy komoly erőfeszítést tettünk. Mire Szindi, hogy elnézést, jöjjenek be. Nem azt mondta, hogy bocsánat, de húzzanak haza, pedig én már erre számítottam. Elnézés kért az udvariatlanságáért, hogy a küszöbön kellett ácsorognunk. Úgyhogy azt gondoltam, ó, ez könnyű lesz. Tíz perc alatt Frankó megdolgozom, hogy fogadja vissza Martint. Úgyhogy bementünk a házba, és igazán otthonos volt belülről, de egyáltalán nem olyan, mintha egy magazinból csöppent volna oda, amire számítottam. Nem igazán illettek egymáshoz a bútorok, és minden régi volt, és kicsit kutyaszagú. Bevezetett minket a nappaliba, és ott ült az a múksó a tűz mellett. Jó képű volt, fiatalabb szindinél, és azt gondoltam, hogy Ó, otthon érzi magát, mert levetett cipővel hallgatta a vók mennyit, és az ember nem hallgatja a vók mennyét levetett cipővel valaki másnak a házában, ha csak látogatóba jött. Nem igaz? Cindy oda ment hozzá, megveregette a vállát, és azt mondta. Látogatóink vannak. Mire jó, hogy... Ó, elnézést! A Harry Pottert hallgattam Stephen Fry felolvasásában. A gyerekek imádják, úgyhogy gondoltam, meghallgatom. Te már meghallgattad? Mire én, hogy... Aha, úgy nézek ki, mint egy kilenc éves. Én meg nem tudta, hogy mit mondjon erre. Levette a fejhallgatót és megnyomott egy gombot. Cindy meg elkezdi, hogy a lányok pol kutyájával játszanak. Aha, na és? Gondoltam, de ezt nem mondtam ki. Cindy elmondta neki, hogy Martin barátai vagyunk, és ő megkérdezte, hogy ki menjene. Cindy meg azt felelte. Nem, dehogy. Bármit akarnak is mondani, azt akarom, hogy halljad. Úgyhogy azt mondtam. Hát azért jöttünk, mert meg akarjuk mondani Szindinek, hogy újra össze kellene jönnie Mártinnal, úgyhogy lehet, hogy mégsem akarja hallani. És erre megint nem tudta, hogy mit mondjon. Morin rám nézett, aztán elkezdi. Tudja, aggódunk miatta. Mire Szindi, hogy... Hát igen, nem mondhatnám, hogy meg vagyok lepődve. És Morin erre mesél neki arról a srácról, aki megölte magát, meg arról is, hogy miért. Mert a felesége meg a gyerekei elhagyták, mire Szindi azt mondja. Tudják, hogy Martin hagyott el bennünket? Hogy nem mi hagytuk előtt? Én meg erre, hogy. Aha, ezért is jöttünk ide. Mert ha maga hagyta volna előtt, ez az egész út időpocsékolás lenne. De tudja, Azért jöttünk ide, mert el akarjuk mondani magának, hogy... Meggondolta magát. Morin meg erre, hogy... Azt hiszem, most már tudja, hogy hiba volt. Szindi meg erre, hogy nem volt kétségem afelő, hogy valamikor majd rá fog jönni erre. És abban sem kételkedtem, hogy mire rájön, már késő lesz. Mire én, hogy soha nem késő tanulni. Mire ő, hogy ezt neki kéne mondani. Én meg erre azt mondtam, hogy szerintem tartozik neki azzal, hogy adjon még egy esét, mire elmosolyodott, és azt mondta, ezzel nem ért egyet, mire én, hogy nem értek egyet azzal, hogy nem ért egyet, mire én, hogy akkor egyetértünk abban, hogy nem értünk egyet. Mire én, hogy szóval azt akarja, hogy meghalljon? Erre egy kicsit elhallgatott, és azt hittem, hogy most elkaptam. De aztán elkezdi, hogy én is gondoltam rá, hogy megölöm magam, amikor igazán rosszul álltak a dolgok. Régebben de nekem nem volt meg ez a választásom, a lányok miatt. És jól jellemzi a helyzetet, hogy neki megvan. Ő dönthet így, ő nem része a családnak. Utált a család része lenni. És ekkor döntöttem úgy, hogy ez az ő dolga. Ha megvan a szabadsága ahhoz, hogy kedvére keféljen, akkor ahhoz is megvan a szabadsága, hogy megölje magát. Nem gondolják? Én meg erre, hogy... Hát értem, hogy miért mondja ezt ami hiba volt, mert nem segítette az érvelésemet. Szindi meg elkezdi, hogy mondta maguknak azt is, hogy nem engedem, hogy találkozzon a lányokkal. Mire Morin, hogy igen, említette. Szindi meg erre, hogy hát ez nem igaz. Csak azt nem engedem, hogy itt találkozzon velük. Elvihetné hétvégekre Londonba, de nem teszi. Vagy azt mondja, hogy el fogja vinni őket, de aztán kifogásokat talál. Tudják, nem akar az a fajta apuka lenni. Az túl fárasztó. Haza akar jönni a munkából, olvasni nekik valami mesét némelyik este, de nem minden este, és elmenni megnézni őket a karácsonyi színdarabban. A többiből köszöni szépen nem kér. És aztán egyszer csak elkezdi, hogy nem is tudom miért mesélem ezt maguknak. Én meg erre, hogy hát tényleg elég fej mi? És ezen csak nevetett. Sok hibát követett el, mondta. És egyre újabbakat követel. És erre megszólal az a Paul nevű csávó, hogyha számítógép lenne, azt lehetne rá mondani, hogy programozási hiba van benne. Mire elkezdem, hogy magának meg mi köze hozzá? Szindi meg azt mondja erre. Ide hallgassanak. Egészen idáig nagyon türelmes voltam magukkal. Két idegen kopogtat az ajtómon, és rá akarnak beszélni, hogy jöjjek össze újra a volt férjemmel egy olyan emberrel, aki is hián tönkretett. Én pedig behívom és meghallgatom őket. De Pól a társam, és része a családnak, és csodálatos apja a lányoknak. Hát ennyi köze van hozzá. És ekkor Pól felállt, és azt mondta azt hiszem felmegyek a Harry Potterrel, és majdnem megbotlott a lábamban, és szinti gyorsan odahajolt, és elkezdi, hogy óvatosan, drágám. És ekkor jöttem rá, hogy vak. Vak! A kurva életbe! Hát ezért volt kutyája. Ezért kezdte el Cindy, hogy az övé a kutya meg minden. Mert én előtte elkezdtem, hogy úgy nézek ki, mint egy kilenc éves. Ó, uramisten! Szóval azért tettük meg ezt a nagy utat, hogy megmondjuk Szindinek, hagyjon el egy vakembert, és jöjjön össze újból egy olyan emberrel, aki 15 éves lányokkal kefél, és úgy bánt vele, mint a szarral. Persze igazából ez semmit se kellene, hogy jelentsen, nem igaz? Ők beszélnek folyton arról, hogy azt akarják, ugyanúgy bánjanak velük, mint mindenki mással. Úgyhogy ezzel a vakság dologgal nem foglalkozom. Csak annyit mondok, hogy azért tettük meg ezt a nagy utat, hogy azt mondjuk szindinek, hagyjon el egy rendes krapekot, aki jó hozzá és a lányokhoz, és jöjjön újra össze egy segffejjel. És ez így sem hangzott valami frankón. De megmondom, mi volt rám tényleg nagy hatással. Az egyetlen bizonyítéka annak, hogy Martinnak bármikor bármi köze volt szindéhez, az volt, hogy mi megjelentünk a házában na jó, mi meg a gyerekei, de ők csak akkor lennének bizonyítékok, ha elvégeznénk a DNS-tesztet velük meg az apjukkal. Szóval azt akarom mondani, hogy ami szindít illeti, Martin mintha soha nem is létezett volna. Ők tovább léptek. Cindy-nek most volt egy teljes új élete. Miközben jöttünk ide, azon gondolkoztam, hogy én hogyan léptem tovább, de én csak annyit csináltam, hogy kibírtam egy vonatozást, meg egy buszozást anélkül, hogy szexuális pozitúrákról faggattam volna Morint. Miután láttam Szindit, ez már nem tűnt olyan nagy teljesítménynek. Szindin megszabadult Mártintól. Tovább lépett, és összejött valaki mással. A múltja a múltban volt, míg a mi múltunk, hát nem is tudom. A mi múltunk még ott volt mindenütt, Láttuk minden nap, amikor felkeltünk. Olyan volt, mintha Cindy egy modern városban lakna, mondjuk, Tokióban, mi meg egy olyan régi helyen, mint Róma vagy valami. Csak persze mégse pontosan olyan, mert Róma biztosan klassz hely, menő ruhák, fagyi, dögös digócsávok, meg minden. Ugyanolyan klassz, mint Tokió. És ahol mi laktunk, az nem volt klassz. <laughs> szóval inkább mondjuk, olyan volt, mintha ő egy olyan luxus tetőlakásban lakna, mi meg valami szar lyukban, amit évekkel ezelőtt le kellett volna bontani. Lyukak a falban, és bárki bedughatja rajtuk a fejét, ha akarja, és pofákat vághat ránk. És Morin meg én arra próbáltuk rávenni Szindit, hogy költözzön ki a klasz tetőlakásából, és jöjjön ő is hozzánk arra a lepra telepre. Hát most már értem, hogy nem volt valami túl jó ajánlat. Mikor mentünk ki, Szindi elkezdi, hogy jobban tisztelném, ha ezt ő maga kérdezte volna meg. Én meg erre, hogy mi csodát? És ő erre azt mondta, ha tudok segíteni rajta, megteszem. De nem tudom, hogy miben akar segítséget. És amikor ezt mondta, hirtelen rájöttem, hogy ezt a délután rosszul csináltuk, és van egy sokkal jobb módszer. JJ. Csak az volt a baj, hogy az amerikai segíts magadon srácnak kurvára nem volt elképzelése arról, hogyan segítsen saját magán. És hogy őszinte legyek, minél többet gondolkodtam a 90 napos elméleten, annál kevésbé láttam, hogy a fenébe lenne érvényes rám. Amennyire meg tudtam állapítani, 90 napnál sokkal hosszabb időre basztam el a dolgokat. Örökre lemondtam arról, hogy zenész legyek testvér, és a zenéről való lemondás nem olyan, mint leszokni a cigiről. Az csak egyre rosszabb és egyre nehezebb lesz minden egyes nappal, amit zene nélkül töltök. Az első napom a Burger Kingben nem lesz olyan rossz. Mert, tudjátok, azt mondom majd magamnak, na jó, igazából nem tudom, hogy mi a faszt mondanék magamnak, de kitalálnék valamit. De az ötödik napom már nyomorultul érezném magam, és a harmincadik évben. testvér! Ne próbálj beszélni velem a börger-sütögető karrierem kezdetének 30. évfordulóján. Frankón morcos leszek azon a napon. És 61 éves. És aztán, amikor már egy ideje körbe-körbe keringett az agyamban ez az egész, felálltam már, mint képletesen szólva, és azt mondtam, Oké, okay, bassza meg, megölöm magam. És aztán eszembe jutott a srác, akit láttunk, amint éppen ezt csinálta, és visszaültem és most aztán igazán szörnyen éreztem magam, rosszabbul, mint amikor felálltam. Ez a segíts magadon egy kalap Egy ingyen korsó se tudtam volna meghivatni magam vele. Amikor legközelebb találkoztunk, Jess elmondta nekünk, hogy ő meg Morin elmentek vidékre Cindyhez. A volt feleségemet is Szindinek hívják, mondta Martin a teljes kávéját kortyolgatta, és a telegráfot olvasta, és nem igazán figyelt oda arra, amit Jess mondott. Ja, véletlen egybeesés, mondta Jess. Martin tovább kortyolgatta a kávéját. Hö, mondta Jess. Martin letette a telegráfot, és ránézett. Mi van? A teszindid volt az tök fej. Martin csak nézte soha nem találkoztál az én szindimmel, a volt feleségemmel. Épp azt meséljük neked, hogy Morin és én elmentünk oda a fenébe, hogy beszéljünk vele. Torli hízbe, mondta Morin. Ott lakik, mondta Mártin rémülten. Jess felsóhajtott. Elmentetek Cindyhez. Jess fogta a telegráfot, és elkezdte lapozgatni, utánozva Martin előző közömbösségét. Martin kikapta a kezéből az újságot. Ezt meg mi a fenéért csináltátok? Gondoltuk, talán segít. Hogyan? Megkérdeztük tőle, hogy visszafogadná -e téged, de nem fogadna vissza, összejött egy vak csávóval. Jól el van. Igaz, Morin? Morinban volt annyi jó érzés, hogy a cipője orrát bámulja. Martin meredten bámult a jazz Megőrültél, mondta. Ki meg, hogy ezt csináld? Ki meg? Én. Ez egy szabad ország. És mit csináltál volna, ha elbőgi magát, és azt mondja, úgy szeretném, ha visszajönne? Segítettem volna összecsomagolni. Te meg szépen csináltad volna, amit mondunk neked, bazd meg. De fröcsögő hangokat adott ki, aztán elhallgatott. Jézusom! Na mindegy, mert úgy sincs rá esély, szerint egy szemét disznó vagy. Ha valaha is figyeltél volna arra, amit mondok a volt feleségemről, megkímélhetted volna magad ettől az utazástól. Azt hitted visszafogadna, azt hitted vissza akarnék menni? Jess megvonta a vállát. Egy próbát megért. És maga? mondta Martin. Morin! Nincs semmi a padlón, nézzel rám maga, elment vele. Az ő ötlete volt. Akkor maga még nagyobb őrült, mint Jess. Mindannyiunknak szükségünk van segítségre, mondta Morin. Nem mindannyian tudjuk, hogy mit akarunk. Maguk segítettek nekem, én segíteni akartam magának, és úgy gondoltam, ez lesz a legjobb módja. Miért működne most, ha korábban nem működött? Mori nem mondott semmit, úgyhogy én mondtam. Na és melyikünk nem próbálkozna azzal, hogy hát ha most működik valami, ami korábban nem működött? Most, hogy láttuk, mi az alternatíva, egy nagy kövér kibaszott semmi. Na és te, mit szeretnél visszakapni, JJ? kérdezte Jess. Minden testvér, a bandát, Lizit. Ez hülyeség, a banda szar volt. Na jó, mondta gyorsan, amikor látta az arcomat. Nem szar, de nem... Tudod, bólintottam, tudtam. Különben is Lizi dobott téged. Ezt is tudtam. És azt már nem mondtam, mert kurvára bénán hangzott volna, hogy ha vissza lehetne forgatni az időt, akkor visszaforgatnám arra az utolsó néhány hétre, amikor még létezett a banda, és az utolsó néhány hétre Lizivel, annak ellenére, hogy akkor már minden el volt cseszve. De akkor még zenéltem, akkor még együtt voltam Lizivel, nem panaszkodhattam semmire, oké. Okay? Jó, már minden haldokolt akkor, de még nem volt halott. Nem tudom miért, de valahogy felszabadító érzés volt kimondani, hogy mit akarsz igazán, még ha nem is kaphattad meg. Amikor kitaláltam azt a Kozmikus Toni nevű csókát Morinnak, korlátoztam a szupererejét, mert azt gondoltam, kiderülhet, hogy milyen gyakorlati segítségre van szüksége Morinnak. És kiderült, hogy egy nyaralásra van szüksége, és tudtunk is segíteni neki. Úgyhogy Kozmikus Toni olyan srácnak bizonyult, akivel érdemes jóban lenni. De ha nincs határa a szupererőnek, akkor az ember kideríthet mindenféle más szarságot, mint például, nem is tudom, azt, hogy mi van eleve elcseszve benne. Olyan sok időt töltünk azzal, hogy nem mondjuk ki, amit akarunk, mert tudjuk, hogy úgysem kaphatjuk meg. Vagy mert udvarjatlannak, vagy hálátlannak, vagy illojálisnak, vagy gyerekesnek, vagy banálisnak hangzik. Vagy mert olyan kétségbe esetten próbálunk úgy tenni, mintha minden rendben lenne, hogy hülyeségnek tűnik bevallani magunknak, hogy egyáltalán nincs rendben minden. Gyerünk, mondd ki, hogy mit szeretnél. Oké, okay, ne hangosan, mert akkor baj lesz. Bárcsak soha ne vettem volna feleségül, bárcsak még élne, bárcsak soha ne szült volna nekem gyereket, bárcsak kurva sok pénzem lenne, bárcsak visszamennének az albánok a kibaszott albániájukba. Bármi is az, mondd ki magadban, az igazság szabaddá tesz. Vagy legfeljebb kapsz egyet a pofádra. Ha életben akarsz maradni, akkor hazudnod kell, és a hazugság tönkre teszi a lelket. Úgyhogy ha csak egy percre is, de szabadulj ki a hazugságait Ketrecéből. Vissza akarom kapni a bandámat, mondtam. És a barátnőmet. Vissza akarom kapni a bandámat és a barátnőmet. Jess rám nézett. Ezt már mondtad de nem mondtam elég sokszor. Vissza akarom kapni a bandámat és a barátnőmet. Vissza akarom kapni a bandámat és a barátnőmet. Te mit akarsz, Martin? Felállt. Még egy kapucsinót, mondta. Még valaki? Ne légy már ilyen geny! Mit akarsz? És mi hasznom van belőle, ha elmondom nektek? Nem tudom. Mondd ki, és majd meglátjuk. Megvonta a vállát, és leült. Van három kívánságod, mondtam. Oké. Okay. Azt kívánom, bár csak képes lettem volna jól csinálni a házasságomat. Ja, hát arra nem sok esélyed volt, mondta Jess. Mert nem tudtad a nadrágodban tartani a brokidat. Bocs, Morin. Martin nem törődött vele. És természetesen azt kívánom, bár csak ne feküdtem volna le azzal a lányjal. Ja, hát... Fogd be, mondta. Nem is tudom, mondta Martin. Talán csak azt kívánom, bár csak ne lennék akkora a Na látod, nem is volt olyan nehéz, igaz? Ezt félig viccnek szántam, de senki sem nevetett. Miért nem azt kívánod, hogy oké, okay, lefeküdtél a lányjal, de bár csak megúsztad volna, mondta Jess. A te helyedben én ezt kívánnám, Szerintem te még mindig hazudsz, olyasmiket kívánsz, amiktől jó színben tűnsz fel előttünk. Az a kívánság nem igazán oldalán meg a problémát, nem? Attól még se fejlennék, lebuknék valami máson. Hát, miért nem kívánod azt, hogy bárcsak soha ne buknál le semmin? Miért nem kívánod, hogy... Hogy is van az a kecskével? Miről beszélsz? Tudod, hogy a kecske meg a káposzta? hogy a kecske is jól lakjon, és a káposzta is megmaradjon. Jessnek kétkedés ült ki az arcára. Biztos, hogy így van. De az nem lehetséges, nem? Már ha nem ehet mást, csak azt a káposztát. Persze, hogy nem. Épp ezt jelenti ez a kifejezés. De akkor minek neki a káposzta, ha nem eheti meg? Kezdünk eltérni a tárgytól, szóltam közbe. Az a lényeg, hogy valami olyat kívánjunk, amitől boldogabbak lennénk, és én értem, hogy Martin miért szeretne más ember lenni. Én azt kívánom, hogy Jen jöjjön vissza, mondta Jess. Ja, aha, világos. És még? Semmi mást, ennyi, Martin felhorkant. Nem kívánod, hogy ne legyél ekkora segfej? A dzsem visszajönne, nem lennék. Vagy kevésbé őrült? Nem vagyok őrült, csak tudod. Össze vagyok zavarodva. Tűnődő csend támadt. Érezni lehetett, hogy nincs mindenki meggyőzve az asztal körül. Szóval nyugodtan veszni hagysz két kívánságot, mondtam. Nem. El tudom használni őket. Lássuk csak. Mondjuk, hogy mindig legyen ingyen kokom. És nem is tudom. Aha, ja, azt hiszem nem bánnám, ha tudnék zongorázni. Martin felsóhajtott. Jézusom, ez az egyetlen problémád, hogy nem tudsz zongorázni. Ha kevésbé lennék összezavarodva, lenne időm zongorázni. Ezt nem forszíroztuk tovább. Na és magamorin? Én már mondtam egyszer, amikor azt mondta, hogy kozmikus Tony csak elintézni tud dolgokat. Mondja el a többieknek is. Szeretném, ha kitalálnák, hogyan lehet segíteni Mettin. Ennél jobbat is kívánhatna, nem? Mondta Jess. Megrándult az arcunk. Mit? De tényleg, kíváncsi is voltam, hogy mit fog mondani. Mert kívánhatta volna azt is, hogy eleve normálisnak szülessen, és akkor megkímélte volna magát attól, hogy annyi éven át mosnia kelljen a szart utána. Morin nem szólt semmit egy darabig. Akkor ki lennék én? Ha? Nem tudom, ki lennék? Maga akkor is Morin lenne, hülye vén szatyor. Ő nem erre gondol, mondtam. Ő arra gondol, hogy azok vagyunk, ami történt velünk. Úgyhogy, ha elvesszük, ami történt velünk, akkor tudod. Nem, kurvára nem tudom, mondta Jess. Ha Jen nem történt volna veled, meg, meg az összes többi dolog se, mint Jess, meg az ilyenek? Pontosan. Az ilyen jelentőségű események. Szóval akkor most ki lennél? Valaki más. Pontosan. És az kurva jó lenne. És ekkor abba hagytuk a kívánságjátékot. Martin Az volt a szándék, gondolom, hogy ez egy olyan fantasztikus gesztus legyen, meg ennek az egésznek olyan szép, látványos befejezése, mintha be lehetne fejezni bármikor is. Ez a baj a mai fiatalokkal, nem? Túl sok happy endet látnak. Mindent szépen le kell zárni egy mosolyjal, pár könycseppel, egy integetéssel. Mindenki okosabb lett, megtalálta a szeretetet, rájött, hogy mit rontott el, felfedezte a monogámia, vagy az apaság, vagy a gyermeki kötelességtudat, vagy épp az élet örömeit. Az én időmben a főszereplőt lelőtték a film végén, miután csak azt tanulta meg, hogy az élet értelmetlen, undorító, kegyetlen és rövid két vagy három héttel a Starbucks beli kívánságjáték után történt. Jessnek valahogy sikerült lakatot tennie a szájára, lenyűgöző teljesítmény egy olyan ember részéről, akinek az a szokásos beszélgetési technikája, hogy mindent kommentál, miközben történik, vagy még előtte. És annyi szót használ, amennyit csak lehet, mint egy rádiós sportudósító. Visszatekintve persze néha elszólta magát, vagyis elszólta volna, ha bármelyikünk is tudja, hogy mire figyeljen. Egyik délután, amikor Morin azt mondta, nem soká vissza kell mennie Mettihez, Jess elfolytott egy vihogást, és rejtélyesen megjegyezte, hogy hamarosan úgy is látni fogja. Morin ránézett. Húsz perc múlva látom, ha szerencsém lesz a busszal, mondta. Igen, de utána, mondta Jess. Elég hamar, de utána, mondtam. Aha. Minden nap szinte minden percben látom, mondta Morin. És aztán ezt teljesen elfelejtettük, mint ahogy annyi minden mást is elfelejtettünk, amit Jess mondott. Talán egy héttel később egyszer csak addig rejtett érdeklődést árult el Lizi, JJ volt barátnője iránt. Hol lakik Lizi? kérdezte J.J.-től. A King's És mielőtt bármit is mondanál, nem, nem kurva. És micsoda? Kurva? Ha -ha. Jó, csak vicceltem. Aha, baromi jó vicc volt. Na és hol lehet lakni ott a King's Már ha nem kurva az ember. J.J. a szemét forgatta. Nem fogom elmondani neked, hol lakik, Jess. Azt hiszed, ilyen balek vagyok? Nem akarok beszélni vele. Az egy hülye ribanc. Miért is ribanc egész pontosan? kérdeztem tőle. Amennyire mi ismerjük, akár egész életében egyetlen pasia is lehetett. Mi is az a szó? A brok is. Bocsánat, Morin. Metaforikusan, mondtam amikor valaki a brokis szót használja, és te azonnal tudod, hogy ez a metaforikusan szinonimája, akkor jogodban áll elgondolkozni azon, hogy nem ismered-e már kelleténél is jobban az illetőt. És még azon is jogodban áll elgondolkodni, hogy ismernet kellene-e egyáltalán. Pontosan. Ő egy metaforikus ribanc. Dobta JJ-t, és biztosan felszedett valaki mást. Hát nem is tudom, mondta JJ. Nem vagyok biztos benne, hogyha egy nő dobengem, engem, azzal örök bátusra ítéli magát. És ezzel témát váltottunk. Arról kezdtünk beszélgetni, hogy mi lenne a megfelelő büntetés a volt partnerünknek, hogy a gyors halál nem lenne túl irgalmas, meg ilyesmi. És a lizis pillanat elmúlt, mint annyi sok más pillanat azokban a napokban, anélkül, hogy észrevettük volna. De ott volt, már ha kotorászni akartunk volna Jess agyának rendetlen és piszkos tinédzser szobájában. A nagy napon Teóval ebédeltem, bár természetesen akkor, amikor Teóval ebédeltem, még fogalmam sem volt róla, hogy ez egy nagy nap lesz. A Teóval való ebédelés elég jelentős esemény volt önmagában is. Nem beszéltem vele személyesen, mióta kijöttem a börtönből. Azért akart beszélni velem, mert ahogy mondta, vastag ajánlatot kapott egy jó nevű kiadótól, hogy írja meg az életrajzomat. Mennyi? Pénzről még nem beszélnek. Akkor megkérdezhetem, hogy milyen értelemben nevezhető az ajánlatuk vastagnak. Hát tudod, hogy van vastagsága. Az meg mit jelent? Hogy tényleges nem képzelt. És mit jelent az, hogy tényleges, mármint tényszerűen, de tényleg? Nagyon macerás kezdesz lenni, Martin. Már ha megengedett, hogy ezt mondjam. Tudod, a történtek után egyébként se te vagy a legkönnyebb kliensem, és igazán keményen dolgoztam ezen a projekten. Egy pillanatra elvonta a figyelmem, hogy ekkor vettem észre a szalmát a lábam alatt egy farm nevű étteremben voltunk, és minden, amit ettünk, egy farmról jött. Szuper, mi? Hús, krumpli, zöldségek. Micsoda ötlet. Azt hiszem, azért volt szükségük a szalmára, mert anélkül kicsit fantáziátlannak tűnt volna a téma. Szeretnék beszámolni róla, hogy az összes pincérnő vidám, nagy darab, rózsás arcú, kötényes falusi menyecske volt, de természetesen morcosak, vékonyak és sápadtak voltak, és fekete ruhát viseltek. Mit is kellett csinálnod, Teó? Már ha úgy történt, hogy valaki felhívott, és közelebbről meg nem határozható, de vastag ajánlatot tett az önélet rajzomra. Hát szóval én telefonáltam először, és én sugaltam nekik, hogy kell nekik ez a könyv. Rendben. És úgy tűnt érdekli őket? Visszahívtak. Egy vastag ajánlattal? Teó leereszkedően mosolygott. Te nem valami sokat tudsz a kiadói világról, igaz? Nem igazán. Csak annyit, amennyit te mondtál nekem most az ebéd alatt. Vagyis annyit, hogy valami emberek vastag ajánlatokkal telefonálgatnak neked. És most ezért vagyunk itt. Nem futhatunk, amíg meg nem tanulunk járni. Teó kezdett felbosszantani. Oké, okay, egyetértek, csak mondd el, hogy mi a járás része. Nem, tudod, még a járás része is futás. Tudod, ez egyelőre inkább olyan taktikai dolog. Ha arra kérlek, hogy beszélj a járásról, az futás csak puhán és finoman. Jézusom, Teó! És ez a fajta reakció nem puha és finom, ha megengedett, hogy ezt mondjam, hanem durva és lármás, sőt ingerült. Soha többé nem hallottam az ajánlatról, és soha nem tudtam rájönni, mi volt az értelme ennek az ebédnek. Jess rendkívüli gyűlést hívott össze négy órára az Apple street i Starbucks hatalmas és mindig üres alaksori termébe. Egy csomó dívány meg asztal van benne, és pontosan olyan érzést kelt, mint a nappalid, már ha a nappalidban nincsenek ablakok, és mindig csak papírpoharakból iszol, amiket soha nem dobsz ki. Miért lent? kérdeztem, amikor felhívott mert bizalmas jellegű dolgokat akarok megbeszélni veletek. Miféle bizalmas jellegű dolgokat? Szexuális dolgokat. Uramisten! A többiek is ott lesznek, ugye? Azt hiszed, vannak olyan bizalmas szexuális dolgaim, amiket csak neked akarok elmondani? Reméltem, hogy nincsenek. Ja, majd pont folyton rólad fantáziálok. Jó, akkor ott találkozunk. A 19-es busszal mentem a West Endről, az Apple Streetre, mert most arra elfogyott a pénzünk. Feléltük azokat a kisebb-nagyobb összegeket, amiket a tévé szereplésekért meg az államtitkároktól kaptunk, és nem volt állásom. Úgyhogy bár Jess egyszer elmagyarázta, hogy a taxi a legolcsóbb közlekedési eszköz, mert ingyen elvisz bárhová, ahová menni akarsz, és csak akkor kérik a pénzt, amikor odaérsz, úgy döntöttem, hogy a szegénységemre hivatkozva lerázni egy dühöngő taxist nem olyan jó ötlet. Meg különben is a taxis meg én valószínűleg azzal töltenénk az utat, hogy a bebörtönzésem igazságtalanságát taglalnánk, hogy teljesen normális dolog, ha egy férfi azt akarja, hogy a csaj hibája volt, hogy úgy nézett ki, ahogy kinézett, és a többi. Egy ideje jobban kedveltem a maszek taxisokat, mert ők épp annyira tudatlanok London lakóit, mint a helyrajzát illetően. Kétszer felismertek a buszon, és az egyik esetben az illető fel akart olvasni nekem egy lényegbevágó és nyilván megváltó erejű passzust a Bibliából. Ahogy mentem a Starbucksba, egy fiatalos pár épp előttem ment be, és azonnal lefelé vette az irányt. Először természetesen örültem ennek, mert azt jelentette, hogy Jess kénytelen lesz szottovóce előadni a szexuális revelációit, de aztán miközben sorban álltam a teljes teámért, rájöttem, hogy semmi ilyesmit nem jelent. Figyelembe véve Jess immunitását mindenféle szégyent illetően. És a gyomrom elkezdte azt csinálni, amit mindig csinál, mióta negyven éves lettem. Nem háborog, az biztos. Öreg gyomor nem háborog. Inkább olyan, mintha a gyomorfal egyik oldala egy nyelv lenne, a másik meg egy elem. És a feszült pillanatokban a két oldal érintkezésbe lép, katasztrofális következményekkel. Az első ember, akit megláttam a lépcső alján, Metti volt a kerekes székében. Két markos ápoló állt mellette, ők hozhatták le, gondoltam és az egyik épp beszélgetett Morinnal. És miközben próbáltam rájönni, hogy vajon mit kereshet Metti a Starbucksban, két szösi kislány szaladt felém, azt kiabálva, hogy apu, apu! És én még ekkor sem fogtam fel azonnal, hogy azok az én lányaim. Felkaptam, és magam hosszorítottam őket, próbáltam nem elsírni magam, és körülnéztem a teremben. Ott volt Penny, és mosolygott rám és Cindy egy távoli asztalnál ült a sarokban, és ő nem mosolygott. J.J. azt a két fiatalt ölelte, akik én előttem jöttek be. Jess meg az apja meg egy nő mellett állt, aki bizonyára az anyja volt. Lerít róla, hogy egy munkáspárti államtitkár felesége. Magas volt, drága kosztümöt viselt, és eltorzította az arcát egy iszonyatos mosoly, amelynek láthatóan semmi köze sem volt ahhoz, amit épp érezhet az az igazi választási éjszakára való mosoly volt. A csuklóján meg egy olyan piros gyöngysor, amilyet Madonna visel, úgyhogy minden ellenkező külsődleges jeldacára nyilván mélyen spirituális ember lehetett. Figyelembe véve, hogy Jessnek micsoda érzéke van a melodrámai effektusokhoz, azon se csodálkoztam volna, ha a nővérét is megpillantom, de hiába néztem mindenfelé, ő nem volt ott. Jess szoknyát és Jackit viselt, és most az egyszer egészen közel kellett menni hozzá, hogy az ember megijedjen a kifestett szemétől. Letettem a lányokat, és az anyjukhoz vezettem őket. Közben intettem Peninek, csak hogy ne érezze úgy, hogy vele nem foglalkozom. Szia! Lehajoltam, hogy megpuszíjam szindi arcát, ő pedig ügyesen elhúzódott. Misél hozott ide benneteket? kérdeztem. Az az őrült lány azt gondolta, hogy ez valamiképpen segíthet. Ó, elmagyarázta, hogyan? Szindi felhorkant. Az volt az érzésem, hogy fel fog horkanni, bármit mondok is neki, hogy a horkantgatás lesz az erre az alkalomra választott kommunikációs eszköze, úgyhogy letérdeltem, hogy a lányokkal beszélgessek. Jess ekkor összecsapta a kezét, és a terem közepére állt. Az interneten olvastam erről, mondta. Intervenciónak hívják. Amerikában folyton csinálják. Ja, folyton, kiáltotta J.J. Mást se csinálunk. Szóval, ha valaki szétkur elrontotta az életét, a drogok, vagy a pia, vagy bármi miatt, akkor a barátai, meg a családtagjai, meg az ilyenek mind összegyűlnek, és odaállnak elé, és elkezdik, hogy ez be kell fejezned, bazd meg, bocsánat, Morin. Bocsánat, apu, anyu. Bocsánat, kislányok. Ez azért egy kicsit más. Amerikában van egy képzett, a francba elfelejtettem a nevét, a weblapon, amire rámentem, Steve volt a neve kotorászni kezdett a Jackie a zsebében, és egy darab papírt húzott elő. Facilitátor! Elvileg kell lenni egy képzett facilitátornak, de nekünk az nincsen. Nem tudtam, kit kérjek meg, de tényleg. Senkit sem ismerek, aki képzett lenne. Meg ez a mi intervenciónk különben is fordítva van. Mert mi kérünk meg benneteket, hogy lépjetek közbe. Mi megyünk hozzátok, nem pedig ti jöttök hozzánk. Mi mondjuk nektek, hogy szükségünk van a segítségetekre. A két ápoló, aki Mettivel jött, kezdte kényelmetlenül érezni magát ezen a ponton, és Jess ezt észrevette. Nem a tiétekre, srácok, mondta. Nektek semmit se kell csinálnotok. Az az igazság, hogy ti csak azért vagytok itt, hogy Morinnak is legyen valaki, ilyen, mert szóval ugye neki igazából senki e sincsen, igaz? És úgy gondoltam, hogy ti ketten, meg Meti jobbak lesztek, mint a senki, oké? Okay? Mert kicsit szomorú lett volna magának Morin, ha látja ezt a sok találkozást, és maga meg csak áll ott magában. Meg kell hagyni, ha Jess egyszer a fogai közé kapott egy témát, sehogy sem akarta elereszteni. Morin próbált hálásan mosolyogni. Na mindegy, szóval csak, hogy tudjátok, ki kicsoda. J.J. sarkában ott van a volt barátnője Lizzy, meg a barátja Ed, akivel együtt voltak a vacak bandájában. Ed direkt ezért repült ide Amerikából. Nekem itt van az anyám, meg az apám, már pedig nem gyakran lehet együtt látni őket egy szobában. <laughs> Martinnak itt a volt felesége, a lányai, meg a volt barátnője. Vagy az is lehet, hogy nem csak volt, ki tudja, lehet, hogy ennek a kis találkozónak a végére visszakapja a feleségét is, meg a barátnőjét is. Mindenki nevetett, és szindire nézett, aztán abba hagyta, amikor felfogta, hogy a nevetés következményekkel járhat. Morinnak meg itt van a fia, Meti, és a két fiú a gondozóból. Szóval ez az ötletem. Eltöltünk egy kis időt együtt, beszélgettünk kiki a maga embereivel, hogy mint, meg ilyesmi és aztán cserélünk, és beszélgetünk másoknak az embereivel is. Úgyhogy ez olyan keresztezése az amerikai dolognak, meg az iskolai fogadónapnak, mert a barátok és a családtagok csak ülnek egy sarokban, várva, hogy meglátogassák őket. Miért? kérdeztem. Minek? Nem tudom, akárminek, viccből. Meg tanulunk is belőle, nem? Egymásról, meg magunkról. Tessék megint ez a happy end mániája. Igaz, hogy megtanultam ezt azt a többiekről, de abszolút semmi olyat, ami nem tényszerű ismeret. Úgyhogy meg tudtam mondani Ednek, mi volt a neve a bandának, amiben játszott, és meg tudtam mondani Kricstonéknak, hogy hívták az eltűnt lányukat, de valószínűtlennek gondoltam, hogy ezt ők bármiképpen is hasznosnak vagy akár vigasztalónak tartsák. Meg különben is ugyan mit tanul vagy tanulhat az ember valaha is, leszámítva a menetrendeket meg a spanyol miniszterelnök nevét. Remélem, megtanultam, hogy nem szabad 15 éves lányokkal lefeküdni, de ezt igazából már réges-rég megtanultam, évtizedekkel azelőtt, hogy ténylegesen lefeküdtem egy 15 éves lányjal. Épp csak annyi gigszer történt, hogy azt mondta, 16 éves. Tehát megtanultam, hogy ne feküdjek le 16 éves lányokkal, vagy vonzó fiatal nőkkel nem. És ennek ellenére jóformán mindenki, akivel valaha interjút készítettem, azt mondta azzal, hogy ezt vagy azt csinálta, kigyógyult a rákból felmászott egy hegyre, sorozatgyilkost alakított egy filmben, tanult valamit önmagáról. És én mindig bólogatok, és mély értelműen mosolygok, amikor igazából szeretném leleplezni őket. Pontosan mit is tanult a rákból? Hogy nem szeret beteg lenni? Hogy nem akar meghalni? Hogy a parókától viszket a fejbőre? Gyerünk, legyen egy kicsit konkrétabb. Gyanítom, hogy csak azért mondják ezt maguknak, hogy úgy tűnjön valamiképpen értékes, amit átéltek, és nem csak abszolút elvesztegetett idő. Az elmúlt néhány hónapban voltam börtönben, elveszítettem az önbecsülésem utolsó molekuláját is, eltávolodtam a gyerekeimtől, és nagyon komolyan gondolkodtam azon, hogy megölöm magam. És ez a kis kupat azért lehet a rák pszichológiai ekvivalense, nem? És biztosan nagyobb dolog, mint játszani egy tetves filmben. Akkor hogy van az, hogy én túrót sem tanultam? Mit kellett volna megtanulnom? Igaz, felfedeztem, hogy mennyire fontos volt számomra az önbecsülésem, és sajnálom, hogy elvesztegettem. Meg arra is rájöttem, hogy a börtön és a szegénység nem igazán én vagyok. De tudjátok, azt a két dolgot elég pontosan belőttem volna előtte is. Ha muszáj. Mondhattok földhöz ragadnak, de gyanítom, hogy az emberek többet meg tudnak tanulni magukról, ha nincs rákjuk. Több idejük van rá, és sokkal több energiájuk. – Szóval? – folytatta Jess. – Ki hova megy? Ebben a pillanatban néhány tizenéves francia pánk jelent meg a körünkben, kávés poharakkal a kezükben. Egy üres asztalt vettek célba a metikerekes széke mellett. – Hé! – mondta Jess. – Ti meg mit képzeltek? Felfelé, egy-kettő! – rámeredtek. – Gyerünk, nincs egy egész napunk rá! Gyá, Schnell! snell! Plüvit már! A lépcső felé terelte őket, és azok zokszó nélkül mentek. Jazz csak egy újabb érthetetlen és agresszív benszülött volt egy érthetetlen és agresszív országban. Leültem a volt feleségem asztalához, és újból intettem Pennynek. A féle több célra alkalmas, zsúfolt partikon szokásos mozdulat volt. A csak hozok egy italt, és a majd felhívlak keveréke, talán egy kis Hozná a számlát kéremmel, vegyítve. Penny bólintott, mint aki érti. És aztán nem kevésbé, nem odaillően összedörzsöltem a tenyerem, mintha előre élvezném, hogy most aztán belecsapunk az önmegismerés finom és tápláló lecsójába. Morin. Hát úgy gondoltam, nem igazán mondhatok sok mindent. Úgy értem, igazából semmi sem volt, amit mondhattam volna Metinek. De úgy gondoltam, hogy a gondozóból jött két fiatalembernek se tudnék semmit sem mondani. Megkérdeztem tőlük, kérnek-e egy csésze teát, de nem kértek. És aztán megkérdeztem, hogy nehéz volt-e lehozni Metit a lépcsőn, és azt mondták, nem volt nehéz, hisz ketten voltak rá. Mire azt mondtam, én le nem tudtam volna hozni ide akkor se, ha tíz lenne belőlem, és ezen nevettek. Aztán csak álltunk, és néztük egymást. És aztán az alacsony, az, amelyik Ausztráliából jött, és olyan alakja volt, mint a játékrobotnak, ami Metinek volt régebben, szögletes fej és szögletes test, megkérdezte, hogy tulajdonképpen mi akar lenni ez a kis összejövetel. Eszembe se jutott, hogy esetleg nem tudják. Próbáltam rájönni, de fogalmam sincs. Igen, mondtam. Hát, biztos nagyon furának tűnik. Na, akkor ki vele? Ne hagyja, hogy tovább szenvedjünk. Steve szerint mindannyiuknak pénzgondjaik vannak. Némelyikünknek vannak, de nekem nincsenek. Tényleg soha nem kellett a pénz miatt izgulnom. Kapom a gondozói segét, és az anyámházában lakom és egy kis pénzt is hagyott rám. És ha az ember soha nem megy sehová, és soha nem csinál semmit, akkor olcsó az élet. De vannak gondjaik, mondta a szögletes. Igen, mindannyiunknak vannak gondjai, feleltem. De mindenkinek másfajták. Ja, azt tudom, hogy annak ott például vannak gondjai, mondta a másik, Steven, a srácnak, a tévéből. Igen, vannak gondjai, mondtam. Na, és honnan ismeri? Nem tudom elképzelni, hogy ugyanazokba az éjszakai bárokba járnak. És így végül is mindent elmeséltem nekik. Nem akartam pedig, csak valahogy kijött a számon. És amikor már elkezdtem, úgy tűnt, nem sokat számít, hogy mennyit mondok el nekik. És aztán, amikor a történet végére értem, rájöttem, hogy semmit sem kellett volna mondanom, még ha kedvesen fogadták is. És mondták, hogy nagyon sajnálják, meg ilyesmi. De nem fogják elmesélni az otthonban, ugye? Mondtam. Miért mesélnénk el? Mert ha megtudják, hogy örökre ott akartam hagyni Metit, lehet, hogy többé nem fogadják. Azt gondolhatják, ahányszor csak oda telefonálok, hogy vigyék el, hogy megint le akarok ugrani valami tetőről. Aztán megállapodást kötöttünk. Megadták nekem egy másik, közeli otthon nevét, azt mondták, hogy az privát és szebb, mint az övék, én pedig megígértem, hogy ha végezni akarok magammal, akkor azt hívom fel. Nem, mintha mi nem akarnánk tudni, mondta a szögletes són. És nem, mintha félnénk, hogy Meti a nyakunkon marad. Csak nem akarjuk, hogy valahányszor felhív minket, azt érezze, hogy bajban van. Nem tudom miért, de ettől boldognak éreztem magam. Két ember, akit nem igazán ismertem, azt mondta, ne hívjam fel őket, ha öngyilkosságot akarok elkövetni. És úgy éreztem, szeretném megölelni őket. Tudják, nem akartam, hogy sajnáljanak az emberek. Azt akartam, hogy segítsenek, még ha a segítés azt jelentette is, hogy azt mondják, nem fognak segíteni. Már ha ez nem hangzik túl kínaiul. És az volt a vicces, hogy jazz... Éppen ezt akarta elérni ezzel a kis összejövetellel. De nem számított rá, hogy bárhová is eljutok, és csak azért hívta oda a két fiatalembert, mert Meti nem jöhetett volna el nélkülük. De öt percen belül elérték, hogy jobban érezzem magam. Steven, Sean és én pár pillanatig a többieket néztük, hogy ők hogy boldogulnak. JJ állt a legjobban, mert ő meg a barátai akkor még nem igazán kezdtek el veszekedni, Martin és a volt felesége szótlanul nézte, ahogy a lányaik rajzoltak valamit. Jess és a szülei pedig kiabáltak. Ami jó jel is lehetett volna, ha a megfelelő dolgokat kiabálják, de újra és újra azt lehetett hallani, hogy jazz kiabál a leghangosabban, és sohasem olyasmiket, amik segíthetnének. Például, és soha hozzá se nyúltam semmilyen nyamvat fülbevalóhoz. Ezt mindenki hallotta, és összenéztünk Martinnal meg JJ-vel egyikünk sem tudta, hogy miféle fülbevalóról lehet szó, úgyhogy nem akartunk elhamarkodottan ítélni. De nehéz volt elképzelni, hogy valami fülbevaló jelentheti jazz problémájának a gyökerét. Megsajnáltam Penit, aki még mindig egymagában üldögélt, úgyhogy megkérdeztem tőle, átjönne-e az én sarkomba. Biztos vagyok benne, hogy még rengeteg megbeszélni valójuk van, mondta. Dehogy, feleltem. Már végeztünk, de tényleg. Hát, a magája a leghelyesebb férfi a társaságból, mondta. Stevenről beszélt, a magas gondozóról, és amikor megnéztem innen a terem másik oldaláról, láttam, hogy mire gondol. Hosszú, dús, szőke haja volt, fényes, kék szeme és olyan mosolya, amely felmelegítette a termet. Szomorú, hogy én észre se vettem, de hát már régóta nem igazán járnak a fejemben ilyesmik. Hát jöjjön oda, és beszélgessen vele. Örülni fog, hogy megismerheti magát, mondtam. Nem voltam biztos benne, hogy Steven örülni fog, de ha az embernek nincs semmi más dolga, mint hogy egy kerekes, székes fiú mellett álljon, akkor gondoltam, biztosan örömmel megismerkedik egy szép nővel, aki szerepelni szokott a tévében. És nem mondhatnám, hogy az egész miattam történt, mert én igazából nem csináltam más, csak mondtam, amit mondtam, de vicces, hogy annyi minden történt amiatt, hogy Penny a kávéház egyik oldaláról átjött a másikra, hogy beszélgessen Stevennel. Jess Úgy tűnt, mindenki okésan érzi magát engem leszámítva. Én szarul éreztem magam. És ez nem is volt igazságos, mert hisz baromi sok időt töltöttem ennek az intervenciós fogadóórának a megszervezésével. Felmentem az internetre, és megkerestem annak a fazonnak az e-mail címét, aki JJ bandáját menedzselte. És ő megadta nekem Ed telefonszámát, és fent maradtam kb. hajnali háromig, hogy felhívhassam, amikor hazaér a munkából. És amikor elmondtam neki, hogy JJ mennyire ki van bukva, azt mondta, hogy ide repül, és aztán felhívtam Lizit, és elmondtam neki is, és ő is benne volt. Aztán egy csomót kellett veszőnöm Szindivel, meg a gyerekeivel, és egy héten át olyan volt az egész, mint a kibaszottul gályáznék valami hivatalban, és végül mit kapok érte? Nagy szart! Hogy mi a szarért gondoltam, hogy lesz majd bármi haszna, ha beszélek a kibaszott szüleimmel. Minden kibaszott nap beszélek velük, és soha semmi sem változik. Miért gondoltam, hogy most más lesz? Azért, mert ott lesz Merti, meg Penny, meg a többiek? Mert a Starbucksban leszünk? Azt hiszem, abban reménykedtem, hogy talán figyelni fognak rám. Különösen, amikor elmondtam, hogy azért jöttünk össze, mert szükségünk van a segítségükre. De amikor anyu megint előhozta a főbevalót, tudtam, hogy ennyi erővel perángathattam volna valakit az utcáról, és megkérhettem volna, hogy fogadjanak örökbe vagy valami. Soha nem fogjuk elfelejteni azt a főbevalót. Arról fogunk beszélni anyu halálos ágyán is. Majdnem olyan, mintha ő így káromkodna. Amikor dühös vagyok, egy csomót baz megelek, ő meg amikor dühös, egy csomót fülbevalózik. Különben nem az ő fülbevalója volt, hanem Jenny. És ahogy meg is mondtam neki, soha hozzá se nyúltam. Az a mániája, hogy azokban a borzalmas első hetekben, amikor nem csináltunk más, csak ültünk a telefon mellett, és vártuk a rendőrség hívását, hogy megtalálták a holttestet, az a főbevaló ott volt Jen éjjeli szekrényén. Anyu azt mondja, hogy ő minden este bement és elüldögélt Jen ágyán, és hogy hajszál pontosan emlékszik rá, mit látott minden este, és még mindig maga előtt látja azt a főbevalót egy üres kávés és valamilyen papírfedelű könyv mellett. És aztán, amikor valahogy csak kezdtünk visszasodródni a munkába, az iskolába és a normális életbe, vagy legalábbis abba a többé-kevésbé normálisnak látszó életbe, amit azóta is élünk, eltűnt a fülbevaló. Na és persze biztosan én vettem el, mert én egy kis tolvaj vagyok, és beismerem, hogy az vagyok. De a legtöbbször pénzt lopok, már mint tőlük. Az a fülbevaló Jenny volt, nem az ővék, és különben is a Camdeni piacon vette kb. öt fontért. Nem tudom ezt biztosan, és nem is akarom sajnáltatni magam, vagy valami. De a szülőknek kell, hogy legyen kedvenc gyerekük, nem? Hogy a fenében ne lenne? Na, náhogy Mr. és Mrs. Minok jobban szeretik kylie annál a másiknál, nem? Jen sohasem lopott tőlük. Ő folyton csak olvasott, jól tanult, a kormányalakításról meg mindenféle ilyen politikai dolgokról beszélgetett apuval. Sohasem okádott a padlóra a pénzügyminiszter vagy ki a fene előtt. Vegyük például azt az okádást. Az a romlott fala fel miatt volt oké? Okay. Lógtam a suliból, és elszívtunk kb. két spanglit, meg megittunk pár brízert, úgyhogy nem volt ez olyan igazi lazulos délután. De tényleg nem voltam elszállva vagy valami. És aztán megettem azt a falafelt, pont mielőtt indultam haza. Na, és éreztem, ahogy jön fölfele a falafel, amikor épp fordítottam el a kulcsot a zárban, úgyhogy tudtam, hogy attól lettem rosszul. És nem volt esélyem eljutni a WC-ig, okay? És apa a konyhában volt azzal a pénzügyi csávóval, és próbáltam eljutni a mosogatóig, de nem sikerült. Falafel és brízer mindenütt. Hánytam volna a falafel nélkül? Nem. Elhitte apám, hogy a hányásomnak bármi köze volt a falafelhez? Nem. Jennek elhitték volna? Igen. Mert ő nem ivott és nem drogozott. Nem is tudom. Ez van, falafelek és főbevalók. Mindenki tudja, hogyan kell beszélni, és senki sem tudja, mit mondjon. Miután megint megdumáltuk a fűbevalót, anyu elkezdi, hogy Mit akarsz? Mire én, hogy Te soha nem figyelsz oda semmire. Ő meg erre, hogy Most mire kellett volna odafigyelnem. Én meg erre, hogy a beszédemben vagy mi azt mondtam, hogy szükségünk van a segítségetekre. Mire elkezdi, hogy jó, de az mit jelent? Mit kellene csinálunk, amit nem csinálunk? Én meg ezt már nem tudtam. Etetnek, ruháznak, adnak pénzt piára, fizetik a sulit meg minden. Ha beszélek hozzájuk, meghallgatnak. Csak azt gondoltam, hogy ha azt mondom nekik, hogy segíteni kell, akkor segíteni fognak. Eszembe sem jutott, hogy nem tudok mit mondani, és ők sem tudnak mondani semmit, és csinálni se tudnak semmit. Úgyhogy az a pillanat, amikor anyu megkérdezte, hogyan segíthetnének, hát az valahogy olyan volt, mint amikor az a srác leugrott a tetőről úgy értem, nem volt annyira szörnyű vagy ijesztő, és senki sem halt meg, és bent voltunk egy kávéházban, és a többi. De tudjátok, hogy van az, amikor az ember a feje hátsó zugában tart ezt a jól elrejtve egy kis dobozban az igazán rossz napokra? Például azt gondolod, egy napon, ha tényleg nem bírom tovább, akkor végzek magammal. Vagy egy napon, ha tényleg kurvára elcseszek mindent, akkor egyszerűen feladom és megkérem aput meg anyut, hogy segítsenek ki a bajból. Na és most kiderült, hogy nincs semmi abban a dobozban, és az benne a vicc, hogy soha nem is volt. Úgyhogy azt tettem, amit általában az ilyen helyzetekben teszek. Megmondtam anyunak, hogy húzzon a picsába, és megmondtam apunak, hogy húzzon a picsába, és aztán elmentem, bár utána még másoknak a barátaival, meg rokonaival is beszélgetnem kellett volna. És aztán, amikor felértem a lépcső tetejére, egészen hülyén éreztem magam, de késő lett volna visszamenni. Úgyhogy egyszerűen csak kisétáltam az ajtón, és le az Apple Street-en, és be az Angel Metro megállóba is, beszálltam az első metróba, amelyik jött. Senki sem futott utána. JJ Abban a pillanatban, hogy megláttam Edet és Lizit a kávéház alsó termében, fellobbant bennem az a kis elfolythatatlan remény, hogy ez az, jöttek, hogy megmentsenek. A banda többi tagja már készíti elő az esti koncertet, és utána Lizivel elmegyünk abba a helyes kis lakásba, amit kettőnknek bérelt ki. Hát ezt csinálta egész idő alatt. Lakást keresett, és aztán berendezte. És... Ki az az öreg szivar, aki Jesszel beszélget? Lehet, hogy egy lemez cégvezetője. Ed összehozott nekünk egy új szerződést. Ja nem, az öreg szivar szapja, és később kiderült, hogy Lizinek új fiúja van. Egy olyan srác, akinek háza van Hempsteadben, és saját grafikai tervező cége. Szóval elég gyorsan kiózanodtam. Nem volt semmi izgalom az arcukon vagy a hangjukban, úgyhogy tudtam, hogy nincs semmi nagy hírük a számomra, semmilyen nagyszabású bejelentés a jövőmet illetően. Láttam a szemükben a szeretetet és az aggodalmat, és hogy őszinte legyek, ettől könyv a szemembe. Jó sokáig öleltem őket, csak hogy ne lássák, mennyire balfék vagyok. De azért jöttek a Starbucks alsó helyiségébe, mert azt mondták nekik, hogy jöjjenek a Starbucks alsó helyiségébe, és fogalmuk sem volt róla, hogy miért. Mi a helyzet, testvér? mondta Ed. Úgy hallom, nem vagy túl jól. Ja, a, mondtam. De majd csak adódik valami. Szerettem volna mondani valamit arról a Mika Burr nevű fazorról Dickensnél, de nem akartam, hogy egy kibukjon rám, még mielőtt elkezdünk beszélgetni. Itt nem adódik semmi, mondta. Haza kéne jönnöd. Nem akartam belemenni az egész 90 napos témába, úgyhogy már satereltem tereltem a szót. Ám minden itt, de jól nézeki, ki, mondtam. Valami szarvas bőrcse ki volt rajta, és ránézésre baromi sokba kerülhetett, meg fehér kort nadrág, és bár a haja még hosszú volt, valahogy olyan egészségesnek, fényesnek tűnt. Úgy nézett ki, mint az egyik olyan seggfej, akivel a csajok a szex és a városban randiznak. Soha nem igazán akartam úgy kinézni, hogy kinéztem. Azért néztem ki úgy, mert le voltam a és mindig olyan helyen szálltunk meg, ahol nem volt rendes zuhanyzó. Lizu udvariasan mosolygott. Nehéz volt így, hogy ott vannak mind a ketten, mintha az embert egyszerre látogatná meg a kórházban az első, meg a második felesége. Ha! Soha nem vágtam, hogy ilyen majrés vagy, mondta Ed. Hé, vigyázz, mit mondasz, ez itt a majrésok klubjának székháza. Ja, de ahogy hallom, a többieknek jókuk volt. Neked meg, neked semmi testvér. Ja, én is pont így érzem. Oké, okay, nem így értettem. Kér valaki egy kávét? kérdezte Lizi. Nem akartam, hogy elmenjen. Megyek veled, mondtam. Mind a hárman megyünk, mondta Ed. Úgyhogy mind a hárman mentünk, és Lizivel továbbra sem beszélgettem. Ed meg továbbra is egyfolytában beszélt, és olyan volt, mintha életem utolsó két éve összesűrűsödött volna ebbe a kávéért való sorban állásba az olyan embereknek, mint mi vagyunk, a rock and roll olyan, mint az egyetem, mondta Ed, miután rendeltünk. Mi prolis srácok vagyunk. Mi nem tudunk csak úgy hűlni, meg össze dugni, mint az elit csávok, ha csak nem csinálunk egy bandát. Van pár jó évünk, aztán kezd az agyunkra menni a banda, meg a sok utazás, meg főképp az, hogy nincs pénzünk. Aztán elmegyünk gályázni valahova. Ez az élettestvér. Szóval az, amikor minden kezd az agyunkra menni. Az, ami diplománk. Akkor járjuk ki az egyetemet. Pontosan? Na és mikor kezd minden az agyára menni Dylannek, vagy Springsteennek? alig, hanem akkor, amikor egy olyan motelben szállnak meg, ahol este hatig nincs meleg víz. Igaz, hogy az utolsó turnénkon egy ilyen motelben szálltunk meg Dél-Karolinában, de én a koncertre emlékszem, ami király volt. Edd meg a zuhanyzóra, ami nem. Különben meg én ismerem springsteen vagy legalábbis láttam élőben az East Street turnéján, amikor újra összeállt a régi bandája. És annyit mondtok, JJ, hogy te nem vagy Springsteen. Kösz, A kurva életbe, JJ, mit akarsz, mit mondjak? Oké, okay, Springsteen vagy. Te vagy az egyik legsikeresebb előadó rockzene történetében. Rajta voltál a Time és a Newsweek címlapján ugyanazon a héten. Estéről estére stadionokat töltesz meg, bazzenek. Tessék, most jobban érzed magad? Jézusom, nőj fel, testvér. Ó, persze, mert te olyan nagyon felnőtt vagy, amiért az öreged megsajnált és megkaptad tőle azt a vacak melót, és most illegálisan vezeted be a kábel tévét a helyi fószereknek. Ed füle mindig elvörösödik, amikor arra készül, hogy bemosson valakinek. Ez az információ valószínűleg mindenki számára a világon teljesen haszontalan, engem leszámítva, mert Ed nyilvánvaló okokból nem szokott mély érzelmi kötődést kialakítani azokkal az emberekkel, akiknek szétveri a képét, úgyhogy soha nem tanulják meg ezt a füldolgot. Ahhoz nincsenek vele elég ideig. Alig, hanem én vagyok az egyetlen, aki tudja, mikor kell elhajolni. Vörös a füled? Menj a picsába! Azért repültél ide, hogy ezt elmond nekem? Menj a picsába! Fejezzétek be! Mondta Lizi. Nem mernék mérget venni rá, de mintha úgy emlékeznék, hogy az utolsó alkalommal, amikor együtt voltunk így hárman, ugyanezt mondta a srác, aki a kávénkat csinálta, aggodalmasan nézett minket. Ismertem, mármint hogy köszönő viszonyban voltunk, és oké okay srác volt. Egyetemista is párszor beszélgettünk a zenéről. A White Stripesért rajongott, és próbáltam rávenni, hogy hallgasson Muddy waters és Wolfot. Most kezdett be majd rézni. Ide figyelj, mondta Mednek. Én gyakran járok ide. Ha szét akarod verni a képen, menjünk ki. Kösz, mondta a White stripes srác úgy értem, semmi gáz, meg minden is lenne, ha épp senki más nem lenne itt, meg törzs vagy, és igyekszünk megbecsülni a törzs csak hát a sorra mutatott mögöttünk. Oké, testvér, értem, mondtam. Kösz. Ja, akkor itt hagyjam a pulton a kávétokat? Aha, nem tart sokáig. Általában lenyugszik, miután bemosott egyet az embernek. Menj a picsába! Úgyhogy mind a hárman kimentünk az utcára. Hideg és sötét és nyírkos volt odakint, de Edfüle úgy lángolt a fél homályban, mint két kis fákja. Martin Nem találkoztam Pennyvel, és nem is beszéltünk azóta, hogy megjelent az újságokban az angyalos kalandunk. Szeretettel gondoltam rá, de nem hiányzott különösebben, se szexuálisan, se a társaság szempontjából. A libidóm épp eltávon volt, és fel kellett készülnöm arra az eshetőségre is, hogy a korengedményes nyugdíjat választja, és soha többé nem tér vissza. A társasági életem JJ-ből, Morimból és Jazzből állt, ami azt sugalhatja, hogy az is ugyanolyan beteges volt, mint a szexuális késztetésem, különösen, ha arra gondoltam, hogy ez egyelőre teljesen ki is elégít. És mégis, amikor megláttam, hogy Penny elkezdett flörtölni Meti egyik ápolójával, leküzdhetetlen düroham kerített hatalmába. Ez nem paradoxon, ha akár csak egy kicsit is ismeritek az emberi természet perverzitását. Azt hiszem, már használtam ezt a kifejezést, és ennél fogva valószínűleg most már nem tűnik annyira hitelesnek és pszichológiailag mélyen szántónak, mint első alkalommal. Legközelebb csak elismerem, hogy perverz és következetlen ember vagyok, és kihagyom belőle az emberi természetet. A féltékenység bármelyik pillanatban megrohanhatja az embert, és különben is az a szőke ápoló magas volt, és fiatal, és napbarnított, és szőke. Minden esély megvan rá, hogy leküzdhetetlen düroham kerített volna hatalmába akkor is, ha egymagában áll a Starbucks alsó helyiségében, vagy tulajdonképpen bárhol Londonban. Visszatekintve, nyilvánvalóan ürügyet kerestem rá, hogy elhagyhassam a családom kebelét. Amint azt gyanítottam is, nagyon keveset tanultam meg magamról az elmúlt pár perc alatt. Se a volt feleségem megvetése, se a lányaim filctollai nem voltak annyira tanulságosak, ahogy azt Jess szerette volna. Kösz, mondtam Pennynek. Ó, oh, igazán nincs mit. Különben se volt semmi dolgom, és Jess úgy gondolta, hogy ez segíthet. Nem, mondta már is erkölcsileg hátrányos helyzetbe kerülve. Nem azt köszönöm. Azt köszönöm, hogy itt a szemem láttára flörtölsz valakivel. Már szóval, kösz a semmit. Ő Steven, mondta Penny. Metire vigyáz, és nem volt kivel beszélgetnie, úgyhogy idejöttem hozzá egy kicsit. Hello, mondta Steven. Szikrázó szemekkel pillantottam rá. Gondolom baromi menő fazonnak érzed magad, mondtam. Hogy mi? mondta. Mártin, mondta Penny. Jól hallottad, kisfiam, mondtam. Hiába van a képeden az az önelégült vigyor. Az volt az érzésem, hogy hátul a sarokban, ahol a lányok a rajzukat színezik, van egy másik Martin, egy kedvesebb, okosabb Martin, aki most döbbenten nézi, hogy mit művelek, és egy pillanatra átfutott az agyamon, hogy hát, ha visszamehetek hozzá. Menj innen, mielőtt hülyét csinálsz magadból, mondta Penny. Sokat elárul Penny nagy lelkűségéről, hogy az ő szemében a hülyeség még valahonnan messziről közeledett felém, és nekem még volt esélyem kitérni az útjából. Kevésbé hajló megfigyelők azt mondták volna, hogy már péppé -pé zúzott, de nem számított, mert nem mozdultam. Ez azért könnyű meló egy férfinak, mi? Ápolónak lenni. Nem nagyon, mondta Steven elkövette azt az alapvető hibát, hogy úgy válaszolt a kérdésemre, mintha minden rossz indulat nélkül hangzott volna el. Úgy értem, hálás munka természetesen, de hosszú munkaidő, alacsony fizetés, éjszakai műszak, meg vannak nehéz páciensek, megmondta a vállát. Meg vannak nehéz páciensek, mondtam hülyen nyafogós hangon. Alacsony fizetés, éjszakai műszak, jaj, de sajnálom! – Sean – mondta Stephen a társának –, én felmegyek, ott várok majd, hadd hisztizze ki magát a srác. – Csak várj és hallgassd végig, amit mondok! Én is megtettem neked azt a szívességet, hogy végighallgattam a tirádádat arról, micsoda nemzeti hős vagy. Most te hallgatsz meg engem! Nem hinném, hogy nehezére esett ott maradni még néhány percig. Ez a fajta elképesztően ronda viselkedés rendkívül érdeklődést tud kiváltani az emberekből. Ezt azért felfogtam, és remélem, hogy nem tűnök szerintelennek, ha azt mondom, hogy a hírességem, vagy ami maradt belőle, döntően hozzájárult a jelenet sikeréhez. A televíziós személyiségek rendszerint csak éjszakai bárokban viselkednek csúnyán, amikor más televíziós személyiségek veszik őket körül, Úgyhogy a döntésem, hogy józan fejjel ereztem ki a gőzt egy férfi ápoló előtt, egy Starbucks alsó helyiségében, egészen merész volt, sőt, talán úttörő jellegű. És nem mintha Steven igazán magára vehette volna, mint ahogy azt sem vehette volna magára, ha úgy döntök, hogy a cipőjére kakálok. Egy belső égésű motor külső megnyilvánulásai sohasem nagyon célzottak. Utálom az olyan embereket, mint te! Mondtam. Tologatsz egy fogyatékos gyereket, és érdemrendet akarsz érte. De komolyan, mi ebben a nehéz? Ezen a ponton szégyellem bevallani. Megfogtam Meti kerekesszékének fogantyúit, és elkezdtem föl alá tologatni. És hirtelen ragyogó ötletnek tűnt, hogy közben a csípőmre tegyem a kezem, azt sugalva, hogy fogyatékos embereket tologatni a kerekesszékükben, székükben mennyire női foglalatosság. Nézd az aput, anyu! Kiáltotta boldogan az egyik lányom, és sajnálattal közlöm, hogy nem tudom melyik. Vicces, ugye? Tessék, mondtam Peninek. Na, hogy tetszik? Most újból vonzónak találsz? Penny úgy nézett rám, mintha valóban rákakáltam volna Steven cipőjére, és a tekintete válaszolt a kérdésemre. Hé, hey, mindenki! Kiáltottam, jól lehet már magamra irányítottam minden figyelmet, amire vágyhattam. – Nem vagyok szuper? Na, nem vagyok szuper? Szerinted ez nehéz, szösszi? Megmondom én neked, hogy mi a nehéz, vigyori! Az a nehéz! De itt kifogytam a szóból. Mint kiderült, nem volt könnyen előhúzható nehézség a szakmai életemből. És a nehézségek, amiket az utóbbi időben átéltem, mind abból fakadtak, hogy lefeküdtem egy kiskorú lányjal, vagyis nem sok hasznukat vehettem, ami az együttérzés kicsiholását illeti. Az a nehéz, amikor. Épp csak szükségem lett volna valamire, amivel befejezzem a mondatot. Minden megtette volna, még olyasmi is, amit nem éltem át személyesen a gyerek szülés, a nagymester szintű sakk, de semmi sem jutott az eszembe. Befejezted, haver? kérdezte Stephen. Bólintottam, és valahogy próbáltam azt sugalni ezzel a mozdulattal, hogy csak a dű és a viszolygás akadályozza meg, hogy folytassam. És aztán azt az egyetlen lehetőséget választottam, ami még nyitva állt előttem. Jess és JJ példáját követve kisétáltam az ajtón. Morin. Jess mindig mindenhonnan elrohan, úgyhogy nem nagyon bántam, amikor elment. De amikor JJ is kisétált, aztán meg Martin, hát, euh, akkor, hogy őszinte legyek, kicsit elkezdtem dühös lenni. Olyan udvariatlannak tűnt, amikor mindenki vette a fáradtságot, hogy eljöjjön. És Martin annyira fura volt, amikor fel alá tologatta metét és azt kérdezgette, hogy most vonzónak találják-e. Miért találta volna bárki is vonzónak? Egyáltalán nem volt vonzó, inkább őrültnek látszott. Hogy igazságos legyek jj vel ő legalább magával vitte a vendégeit, amikor kiment. Nem hagyta ott őket a kávéházba, mint Jess és Martin de később megtudtam, hogy azért vitte ki őket, hogy verekedjen velük. Úgyhogy nehéz volt eldönteni, hogy udvariatlanul viselkedette vagy sem. Mert ugye egyfelől mégiscsak velük volt, másfelől viszont azért volt velük, mert meg akarta verni őket. Azt hiszem, hogy ez is udvariatlanság, de nem akkora, mint a többiek viselkedése. Azok, akik ott maradtak a kávéházban, még áldogáltak egy darabig, az ápolók, Jess szülei és Martin barátai és családtagjai, és amikor mindannyian kezdték felfogni, hogy senki sem jön vissza, még JJ és a barátai sem, senki sem tudta igazán, hogy akkor most mi legyen. Mit gondol, akkor hát ennyi volt, mondta Jess apja. Úgy értem, nem szeretnék, nem akarok érzéketlennek látszani és tudom, hogy Jessnek mennyi munkájába került, hogy ezt az egészet megszervezze, de hát tulajdonképpen már senki sem maradt itt. Szeretné, hogy maradjunk, morén? Van bármi, amit így együtt elérhetnénk? Mert persze, hogyha van, akkor... Úgy értem, mit gondol? Miben reménykedhetett Jess? Talán segíthetünk neki elérni in abszencia. Én tudtam, mi reménykedett ez. Abban reménykedett, hogy eljön az anyukája meg az apukája, és elintézik, hogy minden jobb legyen, ahogyan az az anyukáktól meg az apukáktól elvárható. Nekem is volt ilyen álmom, amikor először maradtam egyedül Metivel, és azt hiszem mindenkinek van ilyen álma. Legalábbis minden olyan embernek, akinek az élete csúnyán elromlott. Úgyhogy azt mondtam Jess apjának, hogy szerintem Jess azt akarta, hogy az emberek jobban megértsék egymást. És sajnálom, ha nem ez történt. Hmm, az a rohadt fülbevaló, mondta, úgyhogy megkérdeztem tőle, mi van azzal a fülbevalóval, ő pedig elmondta a történetet. Különlegesen fontos volt neki? kérdeztem. Jennek? Vagy Jessnek? Jennek, nem igazán tudom, mondta. Az volt a kedvence, mondta Mrs. Crichton. Különös arca volt. Egész idő alatt mosolygott, amíg beszélgettünk, de olyan volt, mintha csak aznap délután fedezte volna fel a mosolygást. Nem olyan arca volt, mint ami nagyon megszokta volna a vidámságot. Olyan ráncai voltak, amilyeneket az ember akkor szed össze, ha folyton ellopott fülbevalók miatt mérgelődik. És nagyon vékony és feszes szája. Visszament érte, mondtam. Nem tudom, miért mondtam ezt, és nem tudom, hogy igaz volt-e vagy sem, de úgy éreztem, ezt kell mondanom. Ilyen értelemben igaznak tűnt. Kicsoda? mondta Mrs. Crichton. Most egészen más volt az arca olyasmit kellett tennie, amihez nem volt hozzászokva, mert hirtelen annyira kétségbe esetten hallani akart, amit mondhattam. Azt hiszem, nem szokta meg, hogy igazán odafigyeljen az emberre. Tetszett, hogy miattam változott meg az arca, és részben ezért is folytattam. Úgy érezte, mintha egy fűnyírót kezelnék, amely ösvényeket vág a magas fűben. Jen! Ha annyira szerette a fülbevalóját, Biztosan visszament érte. Tudja, milyenek az ilyen korú lányok? Úristen, mondta Mr. Crichton, erre soha nem is gondoltam. Én sem, de annyira észszerűnek tűnik. Emlékszel, Krisz? Más dolgok is eltűntek akkor. Pénz is. A pénzzel kapcsolatban nem éreztem ugyanazt. Annak valami más magyarázata lehet, gondoltam. Én is. Én is azt mondtam akkor, hogy eltűnt pár könyv. Emlékszel, és tudjuk, hogy Jess azokat nem vitte el? És mindketten nevettek. Úgy, mint akik szeretik jess és még azt is szeretik benne, hogy inkább leugorna egy toronyház tetejéről, mint hogy elolvasson egy könyvet. Értettem, és éreztem, hogy miért olyan fontos ez nekik. Mármint, hogy Jen talán visszament a házba, és elvitte a fülbevalóját. Ez azt jelenthette, hogy csak eltűnt. Elment Texasba, vagy Skóciába, vagy Nothing Hill és nem ölték meg, és ő sem ölte meg magát. Azt jelentette, hogy gondolkodhatnak azon, vajon hol lehet. Elképzelhetik a mostani életét. Találgathatják, hogy vajon szülte egy gyereket, akit soha nem láttak, és talán soha nem fognak látni vagy szerzett magának egy állást, amelyről soha nem fognak hallani. Azt jelenthette, hogy a saját fejükben megmaradhatnak normális szülőknek. Ezt csináltam én is, amikor megvettem Metének azokat a posztereket és kazettákat. A saját fejemben normális szülő voltam, legalábbis egy kis időre. Ezt az egészet egy pillanat alatt tönkre tehette volna az ember, ha úgy tartja kedve. Hatalmas réseket hasíthatott volna a történetben, mert ugye mit jelentett ez, ha jobban meggondoljuk? Jen visszamehetett azért is, mert úgy akart meghalni, hogy a fülében van az a fülbevaló. És lehet, hogy egyáltalán nem ment vissza. És ugyanúgy nem tudtak róla semmit, akár visszament öt percre, akár nem. Ó, én tudom, hogy mi kell az embernek ahhoz, hogy képes legyen folytatni. Ez talán viccesen hangzik, figyelembe véve, hogy miért voltunk mindannyian abban a kávéházban. De akkor is tény, hogy egyelőre még mindig tudtam folytatni, még ha fel kellett is másznom a lépcsőn érte az öngyilkosok házának tetejére. Néha csak arra van szükség, hogy az ember egy egészen kicsit megrázza a dolgokat. Csak arra kell gondolnod, hogy valaki esetleg visszajöhetett a fülbevalójáért, és a világnak az a kis része, amelyet te töltesz be, újra élhetőnek tetszik egy kis időre. De ez persze Mr. és Mrs. Crichtonra vonatkozik, nem Jessre. Jess semmit sem tudott a fülbevalós elméletről, pedig neki lett volna szüksége rá, hogy másmilyennek lássa a világát. Ő volt fenn a tetőn velem. Mr. és Mrs. Crichtonnak volt állása. Voltak barátaik, meg minden, úgyhogy akár azt is lehet mondani, hogy nekik nem is volt olyan nagy szükségük mindenféle fülbevaló elméletekre. Akár azt is lehetne mondani, hogy fölösleges erőfeszítés volt ilyen fülbevaló elméleteket kitalálni számukra. Minden ilyesmit lehetett volna mondani, de nem lett volna igaz. Szükségük volt a történetekre, látni lehetett az arcukon. Egyetlen olyan embert ismerek a világon, akinek nincs szüksége történetekre, hogy folytatni tudja az életét, és ez az ember meti. És talán még neki is szüksége van rájuk. Nem tudom, mi folyik ott bent. Beszéljen hozzá, mondják, úgyhogy beszélek hozzá, és ki tudja, hogy hasznosít-e valamit abból, amit mondok. És vannak más módja is a meghalásnak – nem kell feltétlenül megölnie magát az embernek. Hagyhatja, hogy egyes részei meghalljanak. Jess anyja hagyta, hogy az arca meghalljon. És én láttam, ahogy újra életre kell. Jess Az első metró, ami jött dél felé ment, és a London Bridge-nél szálltam le. Aztán sétáltam egy kicsit. Ha láttátok, ahogy a korlátnak dőlve nézem a vizet, biztosan azt gondoltátok, ó, mennyire gondolkodik. Pedig nem gondolkodtam. Úgy értem, voltak szavak a fejemben, de az, hogy vannak szavak a fejedben, még nem jelenti azt, hogy gondolkodsz. Mint ahogy az, hogy tele van a zsebed, egy nem jelenti azt, hogy gazdag vagy. Olyan szavak voltak a fejemben, hogy baromság, szemét, kurva, szar, bazmeg, buzi állat és ezek jó gyorsan forogtak ott bent. Olyan gyorsan, hogy még egy mondatot sem tudtam összeállítani belőlük. És ez nem igazán gondolkodás, igaz? Úgyhogy csak néztem a vizet egy darabig, aztán elmentem egy trafikba a híd mellett, és vettem magamnak dohánypapírt meg gyufát. Utána visszamentem ugyanoda, és leültem, hogy sodorjak magamnak pár cigit, csak hogy lefoglaljam magam valamivel. Hogy őszinte legyek, nem is tudom, miért nem dohányzom többet. Azt hiszem, csak soha nem jut az eszembe. És ha egy olyan embernek, mint én, soha nem jut az eszébe, hogy cigízen, akkor milyen esélye van a dohányzásnak? Nézzetek rám! Bármibe belefogadnátok, hogy füstölök, mint a gyárkémény, de nem. Újévi fogadalom. Többet fogok cigizni. Biztosan jobb, mint toronyházak tetejéről leugrálni. Na minde is, szóval ott ültem a hídon, és sodortam a cigiket, amikor megláttam azt a tanárt a fősuliból. Olyan öreg szivar valami művészeti egyetemet végzett, és már vagy a hetvenes évek óta itt téblából. Tipográfiát tanít meg ilyesmit, és el is mentem pár órájára, amíg meg nem úttam. Különben egész jó csávó is, Kolinnak hívják. Nincs szürke lófarka, és nem hord kopott farmennadrágot és soha nem akart haverkodni velünk, ami nyilván azt jelenti, hogy megvannak a maga haverjai. Némelyik tanáró ezt nem lehet elmondani. Hogy pontosan meséljem el a történetet, alig, hanem el kell mondanom, hogy előbb ő látott meg engem, mert amikor felnéztem a cigisodrásból, már jött felém. És hogy egészen, egészen pontos legyek, azt is hozzá kell tennem, hogy a gondolkodási folyamatom egy része, Azaz a szótlan káromkodás valószínűleg mégsem volt egészen szótlan. Annak szántam, de egy része mégiscsak kijött a számon, csak mert olyan sok volt belőle. Valahogy úgy kicsorgott belőlem, mintha a káromkodás egy csapból jött és egy vödörbe, a fejembe folyt volna bele. És nem vettem a fáradtságot, hogy elzárjam a csapot, amikor a vödör tele lett. Így nézett ki az én nézőpontomból. Az ő nézőpontjából, meg úgy, hogy ott ülök a járdán, cigit sodrok, és közben káromkodok magamban. És ez nem olyan szép látvány, igaz? Szóval odajött hozzám, aztán lehajolt, hogy egy magasságban legyen a fejünk, és halkan beszélni kezdett hozzám. Elkezdi, hogy... Jazz, emlékszel rám? Olyan két hónappal azelőtt láttam utoljára. Úgyhogy persze, hogy emlékeztem rá. Úgyhogy azt mondtam, nem. És nevettem, jelezve, hogy csak viccelek. De úgy látszik, nem vágta a viccet, mert elkezdi még mindig ugyanazon a suttogon hangon, hogy Colin Waring vagyok, és tanítottalak a főiskolán. Én meg erre, hogy ja, aha. Ő meg, hogy de komolyan. És ekkor vágtam, hogy azt hitte a jahám, azt jelentette, hogy ja, persze de az nem az a fajta ja-aha volt. Én csak azt akartam mondani azzal a ja-ahával, hogy az előbb csak vicceltem, de csak rontottam a helyzeten. Most azt gondolhatta, hogy azt gondolom, hogy csak megjátsza magát Colin Verringnek, ami abszolút őrültség lett volna. Úgyhogy tiszta dili is egy beszélgetés volt. Olyan, mint egy bevásárlókocsi a szupermarketben, aminek csáli a kereke. Az ember azt gondolja, ez könnyű tologatti, de bármit mondok, minden a rossz irányba visz. És elkezdi, hogy miért itt egyedül a hídon? Mire elmondom neki, hogy összekaptam a rohadt anyámmal valami főbevaló miatt, ő meg erre, hogy és most nem mehetsz haza? Én meg erre, hogy haza mehetnék, csak nem akarok. Lazán visszameltek az Angel megállóig az északi vonalon, ott meg buszra kellene még szállnom de semmi kedvem hozzá. Ő meg erre, hogy... Hát nem kellene itt üldögélned. Van hová menned? És ekkor rájöttem, hogy azt hiszi, bedilisztem, vagy valami. Úgyhogy gyorsan felálltam, amitől ő is felpattant, aztán leugattam egy kicsit, és elmentem onnan. De aztán gondolkodni kezdtem már, mint nem csak egyszerűen káromkodtam magamban és először is arra gondoltam, hogy milyen könnyen be tudnék dilizni. Nem azt mondom, hogy jó buli lenne, vagy valami, nem ígértettem. Csak, hogy mennyi mindenben hasonlítok azokra, akik ülnek a járdán, káromkodnak és sodorják a cigiket. Némelyik úgy tűn gyűlöli az embereket, és én is gyűlöltem jóformán mindenkit. Ők is biztos tökre kiakasztották a barátaikat, meg a családtagjaikat, mint ahogy én is. És ki tudja, lehet, hogy Jen is bedilizett. Lehet, hogy benne van a génjeinkben. Bárha meggondolom, hogy az apám oktatásügyi államtitkár, lehet, hogy ez olyan dolog, ami átugrik egy generációt. Én nem tudtam, hogy hova vezetnek ezek a gondolatok, de aztán hirtelen megértettem, hogy nagyobb bajban vagyok, mint gondoltam. Tudom, hogy hülyén hangzik, figyelembe véve, hogy meg akartam ölni magam, de az csak vicc volt, és ha leugrottam volna, azt is csak viccből csinálom. De mi van akkor, ha van jövőm ezen a bolygón? Akkor mi van? Hány embert akaszhatok még ki? És hány helyről rohanhatok még el, mielőtt azon kapom magam, hogy valóban a folyó mellett ücsörgök és káromkodok magamban? És a válasz? Már nem sokat. Úgyhogy vissza kellett mennem a Starbucksba, vagy haza, vagy valahová, bárhová, csak nem előre. Ha mész valamilyen irányban, és egyszer csak egy falba ütközöl, akkor vissza kell fordulnod. De aztán valahogy megtaláltam a módját, hogy átmásszak a falon, vagy találtam egy kis lyukat a falban, amin keresztül tudtam bújni, ilyesmi. Találkoztam egy fazonnal, akinek volt egy igazán helyes kutyusa, és inkább elmentem, és lefeküdtem vele. JJ Úgyhogy csak álltam ott a járdán, és azt mondtam Ednek: Üssön csak meghatta, jobban fogja érezni magát. Nem akarlak megütni, ha te nem ütsz meg, mondta. Ott volt egy olyan hajléktalan újságot áruló srác, és minket nézett. Üsd meg, mondta nekem. Te kussoljál bazd meg, mondta Ed. Én csak segíteni akartam, hogy el tudjátok kezdeni, mondta a hajléktalan srác. Azért repültél át a kurva Atlanti-óceánon, mert JJ bajban van, mondta lizi És tessék, még jóformán el sem kezdtetek beszélgetni, és már is meg akarod ütni. Aminek meg kell történnie, annak meg kell történnie, mondta Ed. Ez olyan, mint az, hogy az embernek meg kell tennie, amit meg kell tennie, mert attól félek, ennek számunkra semmi értelme, mondta Lizi. Egy használt ruhabolt kirakatának dőlt, és úgy tett, mintha unatkozna, de tudtam, hogy nem unatkozik. Ő is dühös volt, csak nem akartam mutatni. Ő egy csapatban van velem, mondta Ed. Úgyhogy nem számít, hogy neked hogy hangzik. Ő érti. Nem, nem értem, mondtam. Lizinek igaza van. Miért kell ekkora utat megtenned azért, hogy megüss? Tisztára olyanok vagytok, mint Bács és a Sundance kölyök, mondta Lizi. Szeretnétek lefeküdni egymással, de nem tehetitek, mert mindketten annyira heterók vagytok. Ez baromira tetszett a hajléktalan srácnak, úgy nevetett, mint egy hiéna. Olvastátok, amit Pauline írt a bács Hű, hogy az a csaj, hogy utálta, mondta. Lizinek és Ednek persze halványgőzesen volt, hogy ki az a Pauline de nekem meg volt két vagy három kötete. A WC mellett tartottam őket, mert klasszul meg lehet mártózni bennük, amikor épp trónol az ember. Persze nem kifejezetten az a név volt, amit épp attól a sráctól abban a pillanatban vártam volna. Csodálkozva néztem rá. Igen, tudom ki az a Pauling kél, mondta. Tudod, nem hajléktalannak születtem. Én tényleg nem akarok lefeküdni vele, de tényleg, mondta Ed. Én tényleg meg akarom ütni, de előbb neki kell megütnie. Látod, mondta Lizi. homoerotikus, egy kis szadomazó beütéssel. Csókold meg, és legyetek túl rajta. Csókold meg, mondta a hajléktalan srác Ednek. Csókold meg, vagy üsd meg, csak történjen már valami az Isten szerelmére. Edfüle már nem lehetett volna vörösebb, úgyhogy arra gondoltam, mindjárt lángra lobban, aztán megfeketedik. Akkor legalább mondhattam volna azt, hogy láttam valami újat. Azt akarod, hogy megöljön, mondtam Lizinek. Egyszerűen újból össze kell állnotok, mondta Lizi. Akkor megint lenne közös mikrofonatok, meg olyan szép, nagy elektromos péniszpótlótok. Ó, szóval ezért nem akartad, hogy JJ benne legyen a bandában, mondta Ed. Mert féltékeny voltál. -e. Ki mondta, hogy nem akartam, hogy a bandában legyen, kérdezte tőle Lizi. Ja, ebben kurvára tévedszed, mondta. Nem volt ő olyan mély. Épp azért szakított velem, mert nem voltam benne semmilyen bandában. Nem érdekeltem, ha csak nem lesz belőlem rockstar, és nem keresek baromisok pénzt. Te komolyan ezt gondolod? kérdezte Lizi. Hirtelen láttam, ahogy az életem újból összeáll a szemem előtt. Az egész csak egy szörnyű félreértés volt, amit most tisztázni fogunk sok nevetés és könnyek közepette. Lézi soha nem akar szakítani velem, egy soha nem akar szakítani velem. Kijövök az utcára, hogy szétverik a pofám, és ehelyett megkapok mindent, amire vágytam. Akkor nem lesz verekedés, igaz? mondta a hajléktalan srác szomorúan. Ha csak nem belőled verjük ki a szart, mondta Ed. Csak add hallgassam meg a végét, mondta a hajléktalan srác. E, ne menjetek vissza, itt kint soha nem tudom meg semmilyen kibaszott történetnek a végét. Éreztem, hogy happy end lesz, és hogy mind a négyen benne leszünk. Az első koncerten, amikor újra összeállunk, a hajléktalan srácnak ajánlhatjuk az egyik dalt. Hé, talán még a ródunk is lehet. Plusz ő mondhatná az egyik pohár köszöntőt az esküvőn. Mindenkinek, mindenkivel újra össze kellene jönnie, mondtam, és komolyan is gondoltam ez volt a nagy beszédem. Minden bandának, amelyik valaha szétesett, minden párnak, túl sok boldogtalanság van a világban anélkül is, hogy az emberek minden tíz másodpercben szakítanának egymással. Ed úgy nézett rám, mint a bedilisztem volna. Ezt nem mondott komolyan, mondta Lizi. Lehet, hogy rosszul ítéltem meg a hangulatot és a pillanatot. A világ még nem állt készen a nagy beszédemre. Nem, mondtam. Ö, tudjátok, ez csak egy... Csak egy ötlet. Egy elmélet, amit gondolkodtam. Még nem dolgoztam ki minden részletét. Nézzétek az arcát, mondta hajléktalan srác. Ez komolyan beszél, Aver. És hogy működik ez az olyan bandáknál, amelyek más bandákból nőttek ki, mondta Ed. Mint nem is tudom, ha a Nirvana újból összeállna. Ez azt jelenteni, hogy a Foo Fightersnek fel kell bomlania. Akkor ők lennének boldogtalanok. Nem mindannyian jegyeztem meg. És mi van a második házasságokkal? Van egy csomó boldog második házasság. Akkor nem létezne a Clash, mert Joe Strummernek az első bandájában kellett volna maradnia. És ki volt az első barátnőd? Keti Goreki, mondta Ed. Ha, még mindig vele lennél, mondta Lizi. Na, vontam meg a vállam, helyes lány volt, nem lenne vele rossz életem. De soha nem engedett semmit, mondta Ed, még a melltartója alá se nyúlhattál be. Biztos vagyok benne, hogy most arra elboldogulnék valahogy, tizenöt éve lennénk együtt. Ó, testvér, mondta Ed olyan hangon, amit mi rendszerint akkor használtunk, amikor Morin mondott valami szívszorítót. Nem tudlak megütni. Elsétáltunk egy kicsit az utcában, és bementünk egy kocsmába, és Ed rendelt nekem egy guinness Lizi Lizzy megvett egy doboz cigit az automatából, és letette az asztalra, hogy mindenki vessen belőle. És csak ültünk ott, és Ed meg Lizzy úgy néztek rám, mint akik arra várnak, hogy kifújjam magam. Nem tudtam, hogy ennyire rosszul érzed magad, mondta Ed kis idő múlva. Akkor sem sejtetted, amikor meg akartam ölni magam? Ja, Tudtam, hogy meg akar ölni magad, de hogy annyira szaró vagy, hogy szeretnél újra összeállni Lizivel, meg a bandával, azt nem. Az egy egészen más szintje a rosszul létnek, jóval az öngyilkosság fölött. Lizi próbálta nem elnevetni magát, úgyhogy valami fura horkanást hallatott, én pedig nagyot kortyoltam a giniszemből. És hirtelen jól éreztem magam. Segített, hogy tényleg szeretem a hideg giniszt, és segített, hogy valóban szeretem Edet és Lizit. Vagy legalábbis szerettem őket. Vagy mit tudom én, hogy miféle szeretet volt az? Egyszerre szerettem és gyűlöltem őket. A franc tudja. És talán most először ezekben a hónapokban rendesen elismertem magamban valamit. Valami olyat, amiről tudtam, hogy ott rejtőzik valahol lent a gyomromban vagy a fejem hátsó részében. Valami olyan helyen, ahol nem kell tudomást vennem róla. És ez az volt, hogy nem azért akartam megölni magam, mert utáltam élni, hanem azért, mert szerettem. És azt hiszem, az az igazság, hogy egy csomó ember, aki az öngyilkosságon gondolkodik, ugyanezt érzi. Azt hiszem, ezt érzi Morin, Jess és Martin is. Szeretik az életet. De az élet baromira elcsesződött számukra, és ezért találkoztam velük, és ezért vagyunk még mindig itt. Azért voltunk fent a tetőn, mert nem találtuk a visszautat az élethez, és így kizárva lenni belőle. Hát az kurvára kikészíti az ember testvér. Úgyhogy nem a nihilizmus, hanem a kétségbeesés szüli a dolgot. Nem gyilkosságról van szó, hanem kegyes halálról. Nem tudom, miért rohant meg hirtelen ez a gondolat. Talán azért, mert egy kocsmában voltam olyan emberekkel, akiket szeretek, és guinness ittam. És tudom, hogy mondtam már, de kurvára szeretem a guinness mint ahogy nagyjából mindenféle alkoholt kurvára szeretek, úgy szeretem, ahogy szeretni kell, mint Isten egyik dicsőséges alkotását. És volt az a hülye jelenetünk az utcán, de még az is klassz volt. Mert néha az ilyen pillanatok, az igazán komplikált pillanatok, a minden idegszáladot megmozgató pillanatok segítenek abban, hogy felismerd, még a nehéz időkben is vannak olyan dolgok, amiktől elevennek érzed magad. És akkor ott van még a zene, meg a lányok, meg a drogok meg az olyan hajléktalanok, akik olvasták Pauling Költ, meg a torzítós gitár, meg az angol sült krumpli különböző ízesítései, és még nem is olvastam a Martin chuzzlewit Rengeteg minden van. És nem tudom, hogy mi változott meg ettől a hirtelen felismeréstől. Meg tudjátok, nem úgy volt, hogy szenvedélyesen meg akartam ragadni az életet és átölelni és megesküdni, hogy soha nem ereztem el, amíg nem ereszt elő engem. Bizonyos értelemben ez még ront is a helyzeten. Ha az ember többé nem tesz úgy, mintha az egész szar lenne, és mintha alig várná, hogy elhúzhassa belőle a csíkot, mert egy jó ideje ez volt a történet, amivel tettem magam, akkor minden még fájdalmasabb lesz. Ha azt mondod magadnak, hogy az élet szar az olyan, mint egy érzéstelenítő, és amikor aztán nem szedsz be több advilt, akkor kezded csak igazán érezni, hogy mennyire fáj, és pontosan hol is, és ez a fajta fájdalom senkinek nem segít. És valahogy természetes volt, hogy épp a volt szeretőmmel és a volt testvéremmel legyek együtt ennek a felismerésnek a pillanatában. Mert hisz ez is olyasmi volt. Szerettem őket, és mindig is szeretni fogom őket. De nem volt többé hely, ahová passzoltak volna, úgyhogy nem tudtam hova tenni azt a sok mindent, amit éreztem. Nem tudtam, mit tegyek velük, és ők sem tudták, mit tegyenek velem, és hát nem ilyen az élet. Sohasem mondtam semmi olyat, hogy azért szakítok veled, mert nem leszel rockstar, mondta Lizi kicsi idő múlva. Ezt te is tudod, igaz? Megráztam a fejem, mert nem tudtam, igaz? Ebben ti is megerősíthettek. Ebben a történetben egyetlen egyszer sem beszéltem semmiféle, akár szándékos, akár véletlen félreértésről. Én igenis végig azt gondoltam, hogy Lizi azért dobott, mert egy lúzer voltam a zenében. Szóval akkor mit mondtál? Próbáld meg elismételni, és most nagyon fogok figyelni. Most már semmi nem változik tőle, mert mindannyian tovább léptünk, igaz? Fogjuk rá. Nem akartam bevallani, hogy én egy helyben állok, sőt, hátrafelé megyek. Oké. Okay. Azt mondtam, hogy nem tudnék veled lenni, ha nem lennél zenész. Annak idején ez nem volt olyan fontos neked. Még csak nem is szereted a zenét olyan nagyon. Nem hallod, amit mondok, JJ. Te zenész vagy. Nem csak épp zenével foglalkoztál egy ideig, de az vagy és kész. És nem mondom, hogy sikeres zenész leszel. Még azt sem tudom, hogy jó vagy-e. Egyszerűen csak láttam, hogy senki nem tudna mit kezdeni veled, ha abbahagynád. És nézd meg, mi történt. Feloszlik a zenekarod, és öt percre rá egy toronyház tetején vagy. Neked a zene az életed, nélküle halott vagy, vagy akár az is lehetnél. Szóval. Oké. Okay. Semmi köze a sikertelenséghez. Istenem, minek nézett engem? De én nem róla beszéltem, én magamról beszéltem. Még soha nem néztem így ezt a dolgot. Azt hittem, az egész a kudarcomról szól, pedig nem. És abban a pillanatban úgy éreztem, hogy szeretnék kibőgni magamból minden kurva keserűséget, és hogy a szívem bőg a kurva életbe. Azért szerettem volna bőgni, mert tudtam, hogy igaza van, és néha az igazság így fejbe vágja az embert. Azért szerettem volna bőgni, mert tudtam, hogy újra zenélni fogok, és már annyira hiányzott. És azért szerettem volna bőgni, mert tudtam, hogy soha nem leszek sikeres zenész, úgyhogy Lizi épp újabb 35 év szegénységre, gyökértelenségre, kétségbeesésre, társadalombiztosítás nélküliségre, hidegvizes motelekre és rossz hamburgerekre ítélt. Nem sütegetni fogom a hamburgereket, hanem enni. Ennyi. Martin Hazamentem, kikapcsoltam a telefont, és a következő 48 órát behúzott függönyök mögött töltöttem. Ittam, aludtam, és annyi műsort néztem az ókorról, amennyit csak találtam. Az alatt a 48 óra alatt komolyan fenyegetett az a veszély, hogy egy új Mari Prevó lesz belőlem, az a hollywoodi színésznő, akit a halála után kisé rongált állapotban találtak meg, miután a holtteste egy részét megette a Daxlia. Emlékszem az, hogy nincs se sem se más házi állatom, némi vigaszként szolgált számomra abban a két napban. Így legalább egyedül halok meg, és a holtestem bizonyára az előre haladott bomlás állapotában lesz, mire megtalálnak. De egyben leszek, leszámítva azokat a részeket, amik természetes okokból esnek le. Úgyhogy ez így rendben is volt. A következő a helyzet. A problémáim oka a fejemben lakozik, már ha a fejem az, ahol a személyiségem van. Szindi és mások azt mondanák, hogy mind a személyiségem, mind a bajaim forrása inkább a derekam alatt, mint fölött keresendő, de hallgassatok végig. Sok lehetőséget kaptam az életben, és én mindegyiket elcsesztem, szépen egyiket a másik után egy sor katasztrofálisan rossz döntés következtében, amelyek mindegyike akkor épp jó ötletnek tűnt. Nekem és a fejemnek. Ám ennek ellenére az egyetlen rendelkezésemre álló eszköz, hogy újra jó irányba tereljem a katasztrofálisan kisiklott életemet, ugyanaz a fej, amelyik elintézte, hogy minden így elcsesződjön. Na, mennyi esélyem van? Pár héttel Jess Jerry Springer sója után elolvastam pár feljegyzést, amit abban a két napos periódusban írtam. Nem lenne igaz, ha azt mondanám, hogy annyira részeg voltam, hogy teljesen meg is feledkeztem róluk, meg különben is ott hevertek a lakásban a szemem előtt. De el kellett telnie két hétnek, mire összetudtam szedni a bátorságomat, hogy elolvassam őket, és miután elolvastam, Majdnem újból lehúztam a függönyöket, és töltögetni kezdtem a Glamorangsit. Az volt a célom, hogy az egyetlen rendelkezésemre álló fejjel elemezzem, miért viselkedtem olyan abszurd módon azon a délutánon, és hogy felsoroljam az összes lehetséges lépést, ami a viselkedésemből következhetett. Hogy igazságos legyek a fejemmel, azaz sportszerűen bánjak a seráccal, ahogy a sportszakértők mondanák, legalább képes volt felismerni, hogy abszurd volt a viselkedésem. Csak épp nem sokat tudott tenni ellene. Minden fej ilyen, vagy csak az enyém? Na mindegy, több felnyitatlan boríték, többnyire számla levelek hátoldalán ott voltak az emberi viselkedés korlátozottságának lehangolóan egyértelmű bizonyítékai. Miért viselkedtem ilyen borzalmasan az ápolóval? Írtam. És aztán alatta: Egy. Sekfej. Ő. Én. Kettő. Bosszú penny ellen? Három. Jóképű és fiatal. Kiborított? Négy. Idegesítettek az emberek? Az utolsó magyarázat, aminek valami mélyen szántó és precíz jelentése lehetett, amikor leírtam, most meghökkentően őszintének tűnt a maga homályosságával. Egy másik borítékra azt írtam: Mit tehetek? És mellesleg vegyétek észre a számokról a betűkre való áttérést, ami nyilván az elemzés tudományos jellegét volt hivatott jelezni. A. Öljen meg magam? B. Kérjen meg Morint, hogy többé ne használja azt az ápolót? C. Nem. És a C pont ezzel véget is ért, vagy azért, mert ezen a ponton elvesztettem az eszméletem, vagy azért, mert ez a nem tömören kifejezte az egyetlen lehetséges és mélyen szántó megoldást minden problémámra. Gondoljátok csak el, mennyivel jobban állna a szénám, ha soha nem tennék, és nem tettem volna semmit. Egyik boríték sem sugalta azt, hogy különösebben megbízhatnék az elemző képességemben. Láttam, hogy mindkettőt az az ember írta, aki nem sokkal azelőtt el akarta mondani egy válogatott társaságnak, melyben ott volt a két kislánya is, hogy minden férfi ápoló nőies és öntelt, a seggfej szó egy pszichológus orvos szakértő számára bizonyára elegendő bizonyítékul szolgált volna ehhez a következtetéshez. És hasonlóképpen az az ember, aki a szilveszter éjszaka egy részét azzal töltötte, hogy próbálta eldönteni, leugorjon -e egy toronyház tetejéről vagy sem, pontosan az a fajta ember, aki egy mit tehetek listára felveheti, hogy öljen meg magam. Ha az egyvágányú gondolkodás olimpiai sportág lenne, több aranyat nyertem volna, mint Carl Lewis. Egészen nyilvánvaló, hogy két fejre volt szükségem, mert ugye két fej mégiscsak jobb, mint egy. Az egyik maradhat a régi, csak mert a régi tudja az emberek nevét és telefonszámát, meg hogy melyik zappelhet szeretem, és így tovább. A másik meg képes lenne megfigyelni és értékelni az első viselkedését, úgy, ahogy az állatvilág szakértő a tévében. Megkérni a mostani fejemet, hogy magyarázza el a saját gondolkodását, épp olyan értelmetlen, mint a saját telefonszámodat hívni a saját telefonodon. Úgyis csak foglaltat fog jelezni. Vagy épp bekapcsol a saját üzenetrögzítőd, ha olyan a telefonod. Bosszantóan sok időbe került, amíg rájöttem, hogy másoknak is van fejük, és hogy valamelyik másik fej talán jobban meg tudná magyarázni, hogy mit akartam elérni azzal a kis hisztimmel. Gondolom, ezért ragaszkodnak az emberek annyira az egész barátos Én, mintha az összes barátomat elvesztettem volna nagyjából akkor, amikor börtönbe kerültem, de rengeteg olyan embert ismertem, akik szíves örömest elmondták volna, hogy mit gondolnak rólam, Sőt, úgy tűnt az a hajlamom, hogy cserben hagyom az embereket és elidegenítem őket magamtól, ez esetben még a hasznomra is válik. A barátok és a szeretők talán próbálnák jó színben feltüntetni az epizódot, de mivel nekem csak egykori barátaim és egykori szeretőim voltak, nem is kívánhattam volna jobb helyzetet. Igazából csak olyan embereket ismertem, akik szíves örömest kiosztanának nem fukarkodva a jelzőkkel. Azt is tudtam, hogy hol kezdjem. És aztán annyira sikeres volt az első telefon, hogy igazából mással már nem is kellett beszélnem. Az ex tökéletes volt, egyenes, világos és precíz. És a végén valósággal megsajnáltam azokat az embereket, akik együtt élnek valakivel, aki szereti őket, amikor nyilvánvalóan az a helyes megoldás, hogy az ember nem él együtt valakivel, aki gyűlöli. Ha az embernek van egy ilyen szindie, akkor még a bevezető udvariasságokon sem kell átgázolni. Ő kapásból az arcodba vág mindent, márpedig ez elengedhetetlen eleme a tanulási folyamatnak. Hol voltál? Itthon. Részegen. Lehallgattad az üzeneteidet? Nem. Miért? Ó, csak hagytam neked néhány gondolatot arról a délutánról. Ah, oh, képzelt, pontosan erről akartam beszélgetni veled. Mit gondolsz, mi volt ez az egész? Hát meg vagy zavarodva. Igaz? És fröcsök belőled a méreg. Egy megzavarodott balfácán vagy, akiből csak úgy fröcsög a méreg. Ez kezdésnek jó volt, de még egy kicsit homályosnak éreztem. Ide hallgass, értékelem, amit mondasz, és nem akarok udvariatlannak tűnni, de a megzavarodott bal balfácán részét kevésbé találom érdekesnek, mint a fröcsögő méreg részét. Beszélnél erről még egy kicsit? Talán fizetned kellene érte valakinek, mondta Szindi. Úgy érted, menjek pszichológushoz? Felhorkant. Pszichológushoz? Nem, én inkább egy olyan nőre gondoltam, aki lepisil, ha eleget fizetsz neki. Nem azt akarod? Elgondolkoztam ezen, semmit sem akartam kapásból elutasítani. Nem hiszem, mondtam. Az ilyesmit sohasem találtam vonzónak. Képletesen értettem. Ja, bocs, akkor nem nagyon értem. Nyilvánvalóan annyira szörnyen érzed magad a bőrödben, hogy nem bánod, ha szörnyen bánnak veled. Nem ez a problémájuk? Kiknek a problémája? Az olyan embereké, akiknek arra kell a nő, hogy... Na mindegy. Kezdett derengeni, hogy miről beszél. Tényleg jó érzés volt, ha szittak, vagy legalábbis helyén valónak éreztem. Tudod, hogy miért támadtál neki annak a szegény fiúnak, igaz? Nem, hiszen éppen ezért hívtalak fel. Ha Szindi tudta volna, milyen nagy kárt okozhat azzal, ha nem folytatja, túlságosan nagy lett volna számára a kísértés, de szerencsére eltökélte magát, hogy végigmondja, amit akar. Tizenöt évvel fiatalabb volt nálad, és sokkal vonzóbb, de nem ez a lényeg. Ő több hasznos dolgot csinált azon az egy délutánon, mint te az egész életedben. Igen. Igen. Te csak játszod az agyad a tévében és iskolás lányokat kefélsz meg, ő meg fogyatékos kölyköket tologat kerekesszékben valószínűleg minimál bérért. Nem csoda, hogy peninek kedvetámat beszélgetni vele. Számára ez annak a morális megfelelője volt, ha Frankenstein szörnye után találkozik Brad pitt Pittel. Köszönöm. Ez nagyszerű. Le nem er tenni! Még épp csak elkezdtem. Tizenkét év alatt gyűlt össze, amit el akarok mondani neked. Ó, ígérem, hogy még felhívlak, és meghallgatom a többit is, de egyelőre ez bőven elég. Látjátok? Ex-feleségek. De tényleg, mindenkinek kellene legalább egy belőlük. Morin. Kicsit butának érzem magam, ha megpróbálom elmesélni, mi történt az intervenciós nap végén, mert az egész túlságosan nagy véletlen egybeesésnek tűnik. De gondolom, csak számomra tűnik véletlen egybeesésnek. Tudom, hogy mondtam már, hogy lassan lassanként megtanulom érezni a dolgok súlyát, ami azt jelenti, hogy megtanulom, mit mondjak és mit nem mondjak, nehogy az emberek rosszul érezzék magukat miattam. Úgyhogy ha azt mondom, hogy semmi sem történt az életemben, mielőtt találkoztam a többiekkel, nem akarom, hogy ez úgy hangozzék, mintha panaszkodnék. Egyszerűen csak ez volt a helyzet. Ha az egész életedet egy nagyon csendes szobában töltöd, és valaki oda megy hozzád hátulról, és azt mondja, hú, akkor ugrasz egyet. Ha minden idődet nagyon alacsony emberekkel töltöd, és látsz egy 180 centi magas rendőrt, akkor a te szemedben ő egy óriás. És ha semmi sem történik, és aztán történik valami, akkor az a valami különlegesnek tűnik, majdnem, hogy isteni beavatkozásnak. A semmihez képest az a valami, az a történés aránytalanul megnő. Szóval a következő történt. Steven és Sean segített hazavinni Metit. Leintettünk egy fekete taxit, és éppen csak be tudtunk préselődni négyen. Egészen összeszorultam az ülésen a két ápolóval. És számomra már ez is valami volt. Néhány hónappal azelőtt hosszasan meséltem volna Metinek róla, mint hazaérek, már mint, ha nem lett volna velem ő is. Bár persze, ha nem lett volna velem, akkor nem lett volna mit elmesélni. Nem lett volna szükségem Stevenre és Seanra, és nem ültünk volna együtt a taxiban. Busszal mentem volna haza, magányosan, már ha egyáltalán elmegyek bárhová. Értik már, hogy értem azt a semmit, meg a valamit? Miután mindannyian elhelyezkedtünk, Steven azt mondta Seannak. Szereztél valakit? Mire Sean azt mondta. Nem, és azt hiszem nem is tudok. Steven meg erre azt mondta. Akkor hát csak hárman vagyunk. Égünk majd, mint a rongy. Son meg erre csak megvonta a vállát, és aztán mindannyian csak ültünk és néztünk ki az ablakon egy darabig. Nem tudtam, hogy miről beszélnek. És aztán Sean megkérdezte. Ért valamennyire a kvízjátékhoz, Morin? Nem csatlakozna a csapatunkhoz? Nem számít, ha nem tud semmit. Reménytele helyzetbe vagyunk. Na, ez a legfantasztikusabb történet, amit valaha hallottak, igaz? Hallgatom Jess-t, J.G.-t és Martint, és velük folyton ilyesmik történnek. Találkoznak valakivel a liftben vagy a bárban, és az a valaki azt mondja, van kedved meginni valamit? Vagy akár azt, hogy van kedved lefeküdni velem? És talán éppen arra gondoltak, hogy jó lenne lefeküdni valakivel, és akkor úgy tűnhet nekik, hogy ez a legcsodálatosabb véletlen egybeesés. Épp akkor ajánlotta fel nekik valaki, hogy feküdjenek le, amikor arra gondoltak, hogy jó lenne. De gyanítom, hogy ők nem így gondolkodnak, és hogy nagyon sok ember nem így gondolkodik. Ez az élet. Az egyik ember belebotlik a másik emberbe, és az az ember akar valamit, vagy ismer valaki mást, aki akar valamit, és ennek eredményeként megtörténnek a dolgok. Vagy, más szóval, ha nem mész el otthonról, és soha nem találkozol senkivel, akkor semmi sem történik. De hogyan is történhetne? De egy pillanatra szóhoz sem jutottam. Szerettem volna részt venni egy kvízjátékban, és ezeknek az embereknek szükségük volt valakire a kvízcsapatukhoz, és úgy éreztem, hogy végigfut a hátamon a hideg úgyhogy nem mentünk haza, hanem elvittük Metit az otthonba. Sean és Steven jó barátságban voltak mindenkivel, aki épp dolgozott, úgyhogy egyszerűen csak megmondták a barátaiknak, hogy Meti ott marad estére, és senkinek a szeme serebbent. Megállapodtunk, hogy a pubban találkozunk, ahol a kvízjátékot rendezik, és hazamentem átöltözni. Nem is tudom a történet melyik részét mondjam el maguknak először. Történt még egy véletlen egybeesés, úgyhogy nem tudom, hogy azt itt meséljem -e el, hogy egy csokorban legyenek a véletlenek, vagy később, miután elmeséltem a kvízjátékot. Lehet, hogyha elválasztom egymástól a véletleneket, és egy kis szüret van közöttük, akkor jobban elhiszik őket. Másfelől meg nem érdekel, hogy elhiszik-e vagy sem, mert igazak. Különben meg még mindig nem tudom eldönteni, hogy ezek a dolgok véletlen egybeesések-e vagy sem, az, ha megkap valamit az ember, amit akar, talán sohasem véletlen. Ha szeretnél egy sajtos szendvicset, és kapsz egy sajtos szendvicset, az nem lehet véletlen, nem igaz? És ugyanígy, ha akarsz egy állást, és megkapsz egy állást, az sem lehet véletlen. Ezek a dolgok csak akkor véletlenek, ha azt gondolod, hogy egyáltalán semmilyen hatalmat sincs az életed fölött. Úgyhogy elmondom inkább most rögtön a csapat harmadik tagja egy Jack nevű idősebb férfi volt, akinek van egy újságos boltja árcsvé mellett. És állást ajánlott nekem. Nem valami nagy állás, heti három dél előtt, és nem is fizett túl sokat, négy font hetvenöt penit óránként, és azt mondta, hogy először próbaidőre vesz fel. De most, hogy kezd öregedni, szeretne kilenckor visszafeküdni egy kicsit, miután kinyitotta a boltot, elrendezte az újságokat és lebonyolította a kora reggeli csúcsforgalmat. Ugyanúgy ajánlotta fel nekem ezt az állást, ahogy Steven és Sean megkérdezte, hogy beszállok-e a kvíz csapatukba. Félig viccből, félig kínnyában. A tévés forduló meg a sportforduló között megkérdezte, hogy mivel foglalkozom, és elmondtam neki, hogy nem nagyon foglalkozom semmivel, azon kívül, hogy Mettit gondozom. És erre azt mondta: Mondja csak, nem akar egy állást. És ekkor végigfutott a hátamon a hideg. Nem nyertük meg a vizst, negyedikek lettünk tizenegy csapatból de a fiúk ezzel is egészen elégedettek voltak, és tudtam pár dolgot, amit ők nem tudtak. Tudtam például, hogy Mary Tyler Moore főnökét Lou Grantnek hívták. Tudtam, hogy John Major fia Emma Noble-t vette feleségül, és tudtam, hogy Catherine Cookson írt Tilly Trotterről, és Mary Ann Shaughnessyről. Úgyhogy szereztem három pontot a csapatnak, amit különben nem szereztek volna meg, és talán ezért mondták, hogy máskor is jöhetek. A negyedik srác megbízhatatlan, mert épp új barátnője van. Én pedig megmondtam nekik, hogy én vagyok a legmegbízhatóbb ember, akivel csak találkozhattak. Néhány hónappal ezelőtt olvastam egy könyvtári könyvet egy lányról aki beleszeretett egy férfiba, akiről kiderül, hogy a rég elveszített bátyja. De aztán persze kiderült, hogy mégsem a rég elveszített bátyja, és a férfi csak azért mondta neki ezt, mert tetszett neki a lány. Meg az is kiderült, hogy nem szegény, hanem nagyon gazdag. És mindenek a tetejébe még az is kiderült, hogy a férfi kutyájának a csontvelője ugyanolyan, mint a lány kutyájáé, amely leukémiában szenvedett. Úgyhogy a férfi kutyája megmentette a lány kutyáját. Hogy őszinte legyek, nem volt annyira jó, amilyennek így az én elmesélésem alapján tűnik. Kicsit csöpögős volt. De arra akarok kiukadni, hogy attól félek, kezdek olyan lenni, mint az a könyv az állásommal, a kvíz csapattal, meg minden. És ha valóban úgy érzik, hogy kezdek olyan lenni, akkor szeretnék két dolgot mondani. Először is el kell mondanom, hogy Meti gondozása többe kerül 4 font 75 peninél óránként. Úgyhogy anyagilag így rosszabbul járok. És ha egy történet azzal végződik, hogy a főszereplő anyagilag rosszabb helyzetbe kerül, akkor az nem egy tündérmese, igaz? Másodszor pedig azt is el kell mondanom, hogy a kvízcsapat negyedik tagja néha azért csatlakozni fog a többiekhez, úgyhogy nem mehetek minden héten. Gint és limonádét ittam a pápában. És a többiek azt sem engedték, hogy fizessek egy kört. Azt mondták, én most nyugodtan potyázhatok. Talán az ital volt az, amitől annyira pozitív érzések töltöttek el. Minden esetre az este végén tudtam, hogy amikor újból találkozunk március 21-én, nem akarom majd levetni magam a tetőről, legalábbis egy ideig. És az az érzés, hogy egyelőre elboldogulok, azt akartam, hogy minél tovább tartson. Egyelőre jól megy. A kvíz utáni reggelen újból elmentem a templomba. Nem voltam semmilyen templomban a nyaralásunk óta, és az enyémben már hosszú-hosszú hetek óta nem jártam, azóta, hogy találkoztam a többiekkel a tetőn. De most újból elmehettem, mert úgy gondoltam, hogy egy ideig nem fogom elkövetni a kétségbeesés bűnét. Úgyhogy elmehettem és kérhettem Istent, hogy bocsásson meg nekem. Csak akkor tud segíteni rajtad, ha már nem vagy kétségbeesve. Ami, ha jól meggondoljuk, Na jó, nem az én dolgom, hogy meggondoljam. Csendes péntek délelőtt volt, és nagyon kevesen voltak. Ott volt az az öreg olasz nő, aki soha egyetlen misét sem mulaszt el, és volt két afrikai hölgy, akiket még sohasem láttam. Nem voltak férfiak, és nem voltak fiatalok. Ideges voltam, mielőtt mentem a gyontató székbe, de aztán minden rendben ment. Elmondtam az igazat, hogy milyen hosszú idő telt el az utolsó gyónásom óta, és meggyóntam a kétségbeesés bűnét, és 15-ször 10 rózsafűzért kellett elmondanom, ami szerintem egy kicsit szigorú, még a kétségbeesés bűnére is, de nem akarok panaszkodni. Az ember néha elfelejti, hogy Isten végtelen az ő kegyelmében. Jó, persze, nem lett volna végtelen a kegyelme, ha leugrok de nem ugrottam le. És aztán Anthony atya azt mondta, segíthetünk magának valamiben? Tudunk enyhíteni a terhein valami módon? Mert ne feledje, hogy maga része a mi templomunk közösségének, Morén. Én pedig azt feleltem erre. Köszönöm, atyám, de vannak barátaim, akik segítenek, azt azért nem mondtam el neki, hogy miféle közösséghez tartoznak ezek a barátaim. Nem mondtam el neki, hogy mindannyian védkesek a kétségbeesés bűnében. Emlékeznek az ötvenedik zsoltárra? És hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged, és te dicsőítesz engem. Azért mentem el az öngyilkosok házába, mert hívtam, Hívtam és hívtam, és nem jött a megszabadítás. És úgy tűnt, túl hosszúra nyúlik a nyomorúságom ideje, és semmi jele nem volt annak, hogy véget ér. De ő végül mégis meghallgatott, és elküldte nekem Martint, JJ-t és jess és aztán elküldte Stephen-t és sean és a Quiz-t, és aztán elküldte Jacket és az újságos Más szóval ő mégiscsak bebizonyította nekem, hogy hallgatja a szavaimat. Hogyan is kételkedhettem volna benne tovább is ennyi bizonyíték után? Úgyhogy inkább dicsőítem, amennyire csak tudom. Jess Szóval annak a kutyás fazonnak nem volt neve. Úgy értem, Valamikor biztosan volt neki, de azt mondta, hogy többé nem használja, mert nem ért egyet a nevekkel. Az volt a véleménye, hogy a név megakadályozza az embert abban, hogy az legyen, aki lenni akar. És amikor ezt elmagyarázta, nagyjából értettem is, hogy mire gondol. Mondjuk, Toninak hívnak, vagy Joannának. Na, és akkor Tony vagy Joanna voltál tegnap. És Tony vagy Joanna leszel holnap is. És a szarügy, de tényleg? Az emberek mindig mondhatják neked azt, hogy ó, ez annyira jellemző Joannára. De az a srác, ő lehetett száz különböző ember ugyanazon a napon. Azt mondta, hívjam bárhogy, ami épp az eszembe jut. Úgyhogy először kutya volt. A kutya miatt. Aztán nem kutya. Mert bementünk egy kocsmába egy gitarra, és kint hagyta a kutyáját. Úgyhogy volt két teljesen különböző személyisége az első órában, amit együtt töltöttünk. Mert a kutya és a nem kutya két ellentétes típus, nem igaz? Egy kutyás csávó különbözik egy kutyátlan csávótól. Egy kutyás csávónak egészen más az imidzse, mint egy csávónak a kocsmából. És nem mondhatod, hogy ó, annyira jellemző nem kutyára, hogy engedi a kutyáját másnak a kertjébe szarni. Annak semmi értelme nem lenne, nem igaz? Hogyan lehetne nem kutyának egy olyan kutyája, amelyik valakinek a kertjébe szarik, vagy egyáltalán bármilyen kutyája, ha már arról van szó? És az a lényeg benne, hogy mindannyian lehetünk kutyák, és nem kutyák ugyanazon a napon. Apu például lehet nem apu, amikor a munkahelyén van, mert amikor a munkahelyén van, akkor nem apu. Tudom, hogy ez az egész nagyon mély, de ha jó erősen gondolkoztok rajta, látni fogjátok, hogy van értelme. És még ugyanazon a napon volt virág, mert letépett nekem egy virágot, amikor egy kis parkon mentünk át a Southwark híd mellett. És aztán hamutál, mert olyan íze volt, és a virág megint csak ellentéte a hamutálnak. Na, értitek, hogyan működik? Az ember millió különböző dolog lehet ugyanazon a napon, és az ő módszerével lesz sokkal jobban meg lehet érteni, mint a nyugati típusú gondolkodással. Utána már csak egy néven szólítottam még. És ez csúnya volt, úgyhogy annak titokban kell maradnia. Amikor azt mondom, hogy csúnya, úgy értem, hogy csúnyán hangzana számotokra, kiragadva a szöveg összefüggésből. Igazából csak akkor csúnya, ha nem tisztelitek a férfi testet, és az én véleményem szerint akkor ti vagytok csúnyák, nem mi. Szóval ez a srác. Ami azt illeti, azért látom, hogy van egy előnye a nyugati típusú gondolkodásnak. És pedig az, hogy ha valakinek van neve, akkor tudod, hogy hogyan szólítsd. Nem igaz? De ez csak egy kicsi előny, és van millió nagy hátránya, amik közül a leges legnagyobb az, hogy a név egy fasiszta dolog, és nem engedi, hogy kifejezzük az emberi lényegünket, hanem egyetlen dologgá változtat bennünket. De mivel egy csomót fogok itt beszélni róla, azt hiszem, csak egy néven fogom emlegetni. A nem kutya megfelel, mert az szokatlan is tudni fogjátok, hogy kiről beszélek, és jobb, mint a kutya, mert akkor azt gondolnátok, hogy egy kibaszott kutyáról beszélek, pedig nem. Szóval, nem kutya elvitt a lakására, miután megittunk valamit. Hogy őszinte legyek, nem gondoltam, hogy van lakása azzal a kutyával, meg minden. Olyan fajta sásznak nézett ki, aki épp útközben van, de úgy látszik, én épp jókor találkoztam vele. De persze azért, nem volt ez egy olyan normális lakás. Egy boltban lakott a Roderháisz állomás mögött. Nem is egy átalakított bolt volt, egyszerűen csak egy bolt. Bár most már nem árultak benne semmit. Azelőtt egy olyan szokásos sarki fűszeres lehetett. Úgyhogy voltak polcok, meg pultok, meg volt egy nagy kirakat is, amit letakart egy lepedővel. Nem kutya-kutyájának volt saját hálószobája hátul, ami valamikor raktár lehetett. A boltok különben egészen kényelmesek, már ha az ember ki tud békülni egy kis kényelmetlenséggel. Felteheted a ruháidat a polcokra, a tévédet meg a pultra, ahol régen a pénztár lehetett, leteheted a matracot a padlóra, és kész. És a boltokban van mosdó, meg víz, bár kád vagy zuhanyzó nincs bennük. Amikor odaértünk, először is Rögtön szexeltünk egyet, hogy azzal már ne kelljen foglalkozni. Azelőtt csak csesszel szexeltem úgy rendesen, és az egyáltalán nem volt jó. De nem kutyával okés volt. Sokkal több minden működött, ha értitek, mire gondolok, mert csesszel se az ő dolga nem igazán jött össze, se az enyém, úgyhogy az egész egy kicsit olyan kínlódás volt és most nem kutya dolgai jól működtek, úgyhogy ettől az enyémek is működtek, és sokkal könnyebb volt megérteni, hogy miért akarja bárki is újból csinálni. Folyton azt magyarázzák, hogy az első alkalom mennyire fontos, de igazából a második alkalom számít. Vagy legalábbis a második partner. Hogy milyen hülye voltam első alkalommal, de tényleg, tisztára elkeseredett, meg őrült, meg hiszt is. Szóval, ha ilyen lettem volna másodjára is, akkor tudtam volna, hogy ebből még baj lesz. De tényleg nem izgattam magam azon, hogy fogom-e még látni valaha nem kutyát. Úgyhogy ez azért egy kis fejlődés, nem igaz? Ez sokkal inkább olyan, ami ennek lennie kell, már ha el akarsz boldogulni az életben. Mikor végeztünk, bekapcsolta a kis fekete-fehér tévéjét, és feküdtünk a matracán is, néztünk valami akármit és aztán beszélgetni kezdtünk, és végül elmeséltem neki Gent, meg az öngyilkosok házát, meg a többieket. És ő nem lepődött meg, vagy nem kezdett el sajnálni, semmi ilyesmi. Csak bólogatott, aztán elkezdi, hogy ó, én folyton próbálom megölni magam. Én meg erre, hogy hát akkor nem csinálod valami jól. Mire ő, hogy de hát nem az a lényeg benne, nem igaz? Mire én, hogy tényleg, miért? És ő meg erre elkezdi, hogy az a lényeg, hogy az ember folyamatosan felkinálja magát az élet és a halál isteneinek. Akik pogányistenek, úgyhogy semmi közük az egyházhoz. És ha az élet istene akar téged, akkor élni fogsz tovább. Ha meg a halál istene akar, akkor nem. Úgyhogy szerinte azon a szilveszter éjszakán engem az élet istene választott, és ezért nem ugrottam le. Én meg erre, hogy azért nem ugrottam le, mert a fejemre ültek. És ő elmagyarázta, hogy az életistene azokon az embereken keresztül nyilatkozott meg, akik a fejemre ültek. És ezt nagyon észszerűnek találtam. Mert ugyan mi a fenének vették volna a fáradtságot különben, ha csak nem valamilyen láthatatlan erő irányították őket. És aztán azt mondta, hogy azok az emberek, akik agyhalottak, mint például. George Bush és Tony Blair, és azok az emberek, akik a megasztárban bíráskodnak, sohasem kínálják fel magukat az élet és a halál isteneinek. És ennél fogva sohasem tudják bebizonyítani, hogy joguk van az életre. És nem kellene engedelmeskednünk a törvényeiknek, vagy elismernünk a döntéseiket. Például a megasztár zsűriének a döntéseit. Úgyhogy nem kell megbombáznunk az országokat, ha ők azt parancsolják. És ha azt mondják, hogy Flat Mitchell vagy akár kicsoda nyerte meg a megasztárt, akkor nem kell hallgatnunk rájuk. Egyszerűen csak azt kell mondanunk, hogy nem. Nem ő nyerte meg. És minden, amit mondott, annyira igaz volt, hogy valahogy kezdtem megbánni az elmúlt néhány hetet, mert bár JJ, Morin és Martin úgy összességében jók voltak hozzám, de az ember nem igazán mondaná egyikre sem, hogy egy nagy ész. Nem igaz? Nekik nem voltak semmire válaszaik. Úgy, ahogy nem kutyának voltak. De persze úgy is nézhettem a dolgot, hogy a többiek nélkül soha nem találkoztam volna nem kutyával, mert nem töröm magam azzal az intervenciós dologgal, és nem lett volna miről elrohannom. És azt hiszem, az élet Istene nyilvánul meg ebben is, ha jól meggondolja az ember. Amikor hazamentem, apu és anyu beszélni akart velem. És először elkezdtem, hogy mi a francnak? De aztán tényleg erősködtek, és anyu még teát is főzött, és leültetett a konyha is, aztán azt mondta, hogy bocsánatot szeretne kérni tőlem a főbevaló miatt, és hogy most már tudja, hogy kivitte el. Én meg erre, hogy kicsoda. Ő meg erre, hogy Jen. Én meg csak bámultam erre. És elkezdő, hogy de tényleg ő volt. Jen. Én erre megkérdeztem, hogy akkor... Hogy is van ez? És erre elkezdtem magyarázni, hogy Morin mondott neki valamit, ami különben egészen nyilvánvaló, ha jobban belegondol az ember. Az volt Jen kedvenc főbevalója. És ha eltűnt, miközben semmi más nem tűnt el, akkor az nem lehetett véletlen. És először nem értettem, hogy mi a különbség, mert Jen így is, úgy is eltűnt. De amikor láttam, hogy ez mennyire fontos anyunak, hogy mennyivel nyugodtabb lett tőle, már nem érdekelt, hogy miért. Az volt a lényeg, hogy kedvesebb akart lenni hozzám. És akkor még hálásabb voltam, nem kutyának. Mert ő tanított meg arra a mély tiszta gondolkodásra, amely lehetővé teszi, hogy olyannak lássuk a dolgokat, amilyenek a valóságban. Úgyhogy bár anyu nem úgy látta a dolgokat, amilyenek azok a valóságban. És nem tudta például azt sem, hogy a megasztás zsűri tagjai nem tudják bebizonyítani, hogy joguk van az életre. Látott valamit, ami számára fontos lehetett, és amitől nem lesz többi olyan szemét. És most nem kutya tanításainak köszönhetően, megvolt bennem a bölcsesség, hogy ezt elfogadjam, és nem mondjam neki azt, hogy ez az egész hülyeség és semmi értelme. Martin. Ugyan ki az, aki a Pacino nevet adja a gyerekének? Kérdezhetné az ember. Megmondom. Pacino szülei, Harry és Marcia Cox. Megkérdezhetem, hogy kaptad a nevet? Kérdeztem Pacinótól, amikor megismerkedtem vele. Zavartan rám nézett, bártalan hozzá kell tennem, hogy Pacinót gyakorlatilag minden kérdés zavarba hozta. Nagy darab kapafogú fiú volt, és még bandja is, úgyhogy az észbeli képességek hiánya különösen nem jött jól neki. Ha bárkinek valaha is szüksége lett volna arra, hogy valamivel kompenzálja az előnytelen külsejét, akkor az Pacino. Mami, honnan jött a neved? Hogy honnan jött? Láthatóan egészen új volt számára az az elképzelés, hogy a nevek jönnek valahonnan. Ennyi erővel azt is kérdezhettem volna tőle, hogy honnan jöttek a lábujjai. Van egy híres színész, akit pacino hívnak. Rám nézett. Tényleg? Nem hallottál róla? Nem. Szóval nem hiszed, hogy róla kaptad a neved? Nem tudom, Soha nem kérdezted meg? Nem. Senkinek a nevét se nem kérdezem meg, hogy miért. Jól van. A maga neve honnan jött? A Martin? Aha. Hogy honnan jött? Aha. Egy pillanatig csak bámultam tátott szájjal, a nyilvánvaló választ leszámítva, hogy a szüleimtől kaptam, mint ahogy neki is a szülei adták a Pacino nevet, bár alig ha nem, még ez az információ is meglepte volna, csak azt mondhattam volna neki, hogy az én nevem francia származású, az övé pedig olasz. És elég nehéz lett volna elmagyaráznom, hogy az övé miért vicces, és az enyém miért nem az. Lássa, ez egy nehéz kérdés, de nem vagyok butta, csak mert nem tudok válaszolni rá. Nem, persze, hogy nem. Me akkor maga is buta lenne. Ez persze nem volt egy olyan lehetőség, amit teljesen kizárhattam. Kezdtem butának érezni magam, és egy sor jó okom volt rá. Pacino egy nyolc éves gyerek volt egy környékbeli általános iskolából, és segítenem kellett neki az olvasásban önként ajánlkoztam, miután beszéltem Szindivel, és miután láttam egy kis hirdetést a helyi újságban. Pacino volt az első állomásom az önbecsüléshez vezető úton. Ez egy hosszú út, elfogadom, de valahogy abban reménykedtem, hogy Pacino kicsit messzebbre visz rajta. Ha megállapodunk, hogy az önbecsülés mondjuk Sydneyben van, és én a Halowei Roadi metró megállónál kezdem az utazást, akkor úgy képzeltem volna, hogy Pacino lesz az első éjszakai megálló, az a hely, ahol a repülőgépemet újra megtöltik üzemanyaggal. Elég realista voltam, hogy ne képzeljem azt, hogy Pacino eljuttat egészen a célig, de önként vállalni, hogy egy órán át üldögélek egy buta és csúnya gyerekkel, az azért jelenthetne néhány ezer repülőmérföldet, nem igaz? De a legelső óránkon, amikor a legegyszerűbb szavakon is elbotlottunk, rájöttem, hogy Pacino inkább a Caledonian Road, mint Szingapúr, és még valahány megálló van hátra a kurva Hízróig is. Egy undorító könyvvel kezdtük, amit ő választott, mert a fociról szólt, jó nagy betűkkel nyomtatták, és az volt a története, hogy egy féllábú lány hogyan küzd meg a fogyatékosságával és a csapattársai szexizmusával, hogy végül az iskolai csapat kapitánya legyen. Hogy igazságos legyek Pacinóval, amint látta, merről fúj a szél, annak rendje és módja szerint fintorogni kezdett. Majd még őrugja a győztes gólt egy nagy meccsen, mi? kérdezte megvető hangon. Attól tartok, valóban ez fog történni. De itt fél lába van. Csak ugyan. Meg lány. Hát igen. Na és melyik iskola ez? Ezt tényleg meg lehet kérdezni. Meg is kérdezem. Az iskola nevét szeretnéd tudni? Aha, oda akarok menni a barátaimmal és kinevetni őket, amire egy féllábú lány van a csapatukba. Nem hiszem, hogy ez egy valóságos iskola. Akkor ez nem is egy igaz történet? Nem. Hát akkor eszembe sincs elolvasni ezt a szart. Jól van, menj és válasz valami mást. Szuszogva visszament a könyvtár polcaihoz, de nem talált semmi olyat, ami érdekelte volna. Igazából mi az, ami érdekel? Hát, semmi. Egyáltalán semmi? Hát, Szeretem a gyümölcsöt. Anyu mindig azt mondja, hogy gyümölcsevésbe bajnok vagyok. Jól van. Az is valami. Még 45 perc volt az órából. Na, ti mit csinálnátok? Hogyan kezdi el eléggé szeretni magát az ember ahhoz, hogy egy kicsit tovább akarjon élni? És ez az óra Pacinóval miért nem oldotta meg a problémát? Részben őt hibáztattam. Ő nem akart tanulni. És nem is az a fajta gyerek volt, amilyet elképzeltem magamnak. Azt reméltem, olyan gyereket kapok, aki bámulatosan intelligens, de hátrányos helyzetű családban él, és csak heti egy óra segítségre van szüksége ahhoz, hogy valamiféle proli csoda gyerek váljon belőle. Azt akartam, hogy az a velem töltött heti egy óra mentse meg őt a heroinista jövőtől, és ehelyett angol irodalmat tanuljon Oxfordban. Ilyen gyereket akartam. És ehelyett a nyakamba sóztak egy olyat, akit nem érdekel semmi más, csak a gyümölcs szabálás. Mi a francért van szüksége az ilyennek az olvasásra? A férfi vécének van nemzetközi jele, és mindig megkérdezheti az anyukájától, hogy mi megy a tévében. Talán ez volt a lényeg, a dolog puszta, nyomasztó haszontalansága. Talán, ha az ember tudja, hogy valami olyat csinál, aminek ennyire nyilvánvalóan nincs semmi értelme, akkor jobban szereti magát, mint egy olyan ember, aki kétségbe vonhatatlanul segít másokon. Végül talán jobban fogom érezni magam, mint az a szőke ápoló, és megint elkezdhetem majd cikizni, de ezúttal valóban én leszek erkölcsi fölényben. Ez is olyan valuta, mint a többi. Mármint az önbecsülés. Az ember éveket tölt azzal, hogy összegyűjtse, és aztán, ha úgy dönt, egyetlen éjszaka alatt elherdálhatja az egészet. Én néhány hónap alatt a seggére vertem 40 valahány évnyinek belőle, és most megint el kellett kezdenem gyűjtögetni. Úgy számoltam, hogy Pacino kb. heti 10 penit ér, úgyhogy eltart egy darabig, mire újból megengedhetek magamnak egy görbe estét. Na, tessék! Most már be tudom fejezni azt a mondatot. Nehéz az, ha meg kell tanítanod olvasni Pacinót, vagy akár nehéz az, ha újra össze kell raknod magad apró darabokból, úgy, hogy nincs hozzá útmutató és fogalmat sincs hová valók a legfontosabb részek. JJ Lizzie és Ed vett nekem egy gitárt, meg egy hárfát, meg egy szájharmonika nyakálványt az egyik olyan klassz Denmark streeti boltban, és amikor mentünk ki Eddel a hízróra, Ed azt mondta, akar venni nekem egy jegyet haza. Nem mehetek haza, testvér, csak azért mentem vele, hogy elbúcsúzzunk egymástól, de olyan kibaszott hosszú ideig tartott a metrózás, hogy végül másról is beszélgettünk azon kívül, hogy milyen szaros magazint akar venni az útra. Nincs itt számodra semmi, gyere haza, hozz össze egy bandát! Itt van a bandám. Hol? Tudod, a srácok. Úgy gondolsz rájuk, mint egy bandára? Azokra a lúzerekre és kibaszott perverzekre, akikkel a Starbucksban találkoztunk? azelőtt is lúzerekkel és perverzekkel voltam egy bandában. Az én bandában soha nem voltak perverzek. Na és Dollar Bill? Dollar Bill volt az első basszus gitárosunk. Idősebb volt nálunk, és ki kellett tennünk a bandából, miután volt egy kis afféria a középiskolai pedellus fiával. Dollar Bill legalább tudott játszani, bazd A te haverjaid mihez értenek? Ez nem olyan fajta banda. Ez semmilyen banda. Na és mi van, ez örökre szól? Addig kell együtt lógnod velük, amíg meg nem halnak? Nem, testvér, csak amíg mindenki Frankón nem lesz. Amíg mindenki Frankón nem lesz, az a lány őrült. A srác soha nem emelheti fel a fejét többé a nyilvánosság előtt. Az öreg asszonynak meg olyan sráca van, aki jóformán lélegezni sem tud, bazd meg. Mikor lesznek ezek Frankón? akkor már inkább reménykedhetnél abban, hogy mindannyian rosszabbul lesznek, mert akkor talán leugranak arról a kibaszott toronyházról, és hazajöhetnél. Ez az egyetlen happy end számodra. És te? Mi a fasz köze van ennek az egésznek hozzá? Neked mi lesz a happy end? Miről beszélsz? Tudni szeretném, hogy milyen fajta happy end lehetséges a többi ember számára. Mondd el, mi a különbség. Mert Martin, Morin és Jess nagyszarban vannak, de te Neked van egy olyan állásod, hogy kábel tévét vezetsz be az embereknek. Merre visz ez az út? Vissza, merre visz. Ja, de mondd el, hogy az merre van. Na húz a picsába. Csak próbálok tisztázni valamit. Ja, értem. Nekem is annyi esélyem van a happy endre, mint a barátaidnak. Kösz. Ha nem bánod, előbb hazamegyek, és csak ott lövöm le magam, oké? Okay? Vagy azt szeretnéd, hogy itt tegyem meg? Hé, hey, én ezt nem így gondoltam. De azt hiszem, így gondoltam. Amikor itt találod magad, már mint azon a helyen, ahol szilveszter éjszakáján voltam, azt gondolod, hogy azok az emberek, akik nincsenek fent a tetőn, millió mérföldre vannak tőled, túl az óceánon, pedig nem. Nincs tenger. Nagyjából mindannyian itt vannak a szárazföldön, olyan közel, hogy megérintheted őket. Nem azt akarom mondani, hogy ennyire közel van a boldogság, épp csak észre kellene vennünk semmilyen baromságot nem azt mondom, hogy azok az emberek, akik öngyilkosok akarnak lenni, nincsenek különösebben messze azoktól, akik elboldogulnak az életben. Azt mondom, hogy azok az emberek, akik elboldogulnak, nincsenek olyan messze attól, hogy öngyilkosságot akarjanak elkövetni. Talán nem kellene ezt annyira vígasztalónak találnom, mint amennyire annak találom. Közeledtünk a 90 napunk végéhez, is. azt hiszem, Martin szuicidológus fazonja tudta, hogy miről beszél megváltoztak a dolgok. Nem változtak gyorsan, és nem változtak drámaian, és talán nem is tettünk túl sokat azért, hogy megváltozzanak. És ami engem illet, még csak nem is jó irányban változtak. Őszintén azt mondhatom, hogy a körülményeim és a kilátásaim még kevésbé lesznek irigylésre méltóak március 31-én, mint amilyenek szilveszter szakályán voltak. Tényleg végig csinálod? kérdezte Ed, amikor kiértünk a repülőtérre. Mit csinálok végig? Nem tudom. Az életet. Nem tudom, miért ne csinálnám végig. Komolyan? A faszomba, testvér. Akkor te vagy az egyetlen, aki nem tudja. Úgy értem, mindannyian megértenénk, a leugranál. Komolyan. Senki nem gondolná, tudod, hogy micsoda veszteség, hogy mindent eldobott magától, mert mit dobnál el magadtól? Semmit semmilyen veszteség nem történne. Köztestvér. Nincs mit, csak azt mondom, amit gondolok. Mosolygott, és én is mosolyogtam, és ugyanúgy beszélgettünk egymással, ahogy mindig beszélgettünk régebben bármiről, ami elcsesződött az életünkben. Épp csak most, gondolom, ez a szokásosnál is kegyetlenednek tűnhetett. Azelőtt azt mondta volna nekem, hogy a lánynak, aki épp összetörte a szívemet, ő különben is jobban tetszett. Vagy azt mondtam volna neki, hogy a dal, amin épp hónapokon át dolgozott, egy nagy szar, de most nagyobb volt a tét. De igaza volt. Talán annyira igaza volt, mint addig soha. Nem történne semmilyen veszteség. Az a trükk a dologban, hogy ennek ellenére érezd úgy, hogy jogod van ahhoz a tetves hetven évhez. Az utcai zenélés nem olyan rossz. Oké, okay. rossz, de nem borzalmas. Jó, borzalmas, de nem. Majd máskor visszatérek ez a mondathoz, és befejezem valamivel, ami egyszerre életigenlő és igaz. Az első napon kibaszott jó volt, mert annyi ideje nem volt gitára kezemben, a második napon meg egész frankó, mert addigra kicsit lekopott a rosda az ujjaimról, és éreztem, hogy jönnek vissza a dolgok az akordok, a dalok és az önbizalom. Utána meg azt hiszem, egyszerűen csak utcai zenélésnek éreztem, és az utcai zenélés jobb, mint pizzákat házhoz szállítani. És az emberek tesznek pénzt ott a takaromra. Kaptam kb. 10 fontot, amikor eljátszottam a Losing My Religion-t egy egész csapat spanyol kölyöknek a Madame tűszó előtt. És csak egy kicsivel kevesebbet egy halom svédtől, vagy valamilyen skandinávtól másnap a William It's Really Nothing-ot játszottam a Tét galéria előtt. Ha meg tudnám ölni azt a srácot, akkor az utcai zenélés lenne a legjobb meló, amit csak találhatok magamnak. Vagy legalábbis az lenne a legjobb olyan meló, ami abból áll, hogy gitározik az ember egy járdán. Ez a srác Jerry utca Lee nek nevezi magát, és az a mutatványa, hogy közvetlenül mellette áll meg, és pontosan ugyanazt a dalt játsza, mint te, csak olyan két ütemmel később. Szóval elkezdem játszani a Losing My religion és ő is elkezdi játszani a Losing My Religion-t, úgyhogy abba hagyom, mert szörnyen hangzik, és ő is abba hagyja, és mindenki nevet, mert az olyan kibaszott, hogy te Úgyhogy elmész egy másik helyre, de a srác oda is követ, és tök mindegy milyen dalt játszol, ami, be kell vallanom, egész fantasztikus arra gondoltam, hogy lerázom magamról a Replacement Skyway-ével, amit direkt azért gyakoroltam, hogy kiakasszam a csávót, és talán ha 19 ember ismeri az egész világon, de ő azt is kapásból levette. Ó, és mindenki ő neki dobálja a pénzt, mert nyilvánvalóan ő a zseni nem én. Egyszer a Leicester Square-en hozzávágtam valamit, mire mindenki hurrogni kezdett, mert annyira szeretik. De azt hiszem, mindenkinek van a munkahelyén valaki, akivel nem jön jól ki ha pedig szűkében vagytok a munkátok ostobaságát és haszontalanságát kifejező két lából járó metaforáknak, mert persze biztosak adnak olyanok is, akik kapásból jó párat tudnának mondani, akkor el kell ismernetek, hogy Jerry utca nem könnyű túlszárnyalni. Morin az öngyilkosok házával szemben lévő kocsmában találkoztunk a 90 napos partinkra. Az volt az elképzelés, hogy megiszunk pár pohárral, felmegyünk a tetőre, kicsit elgondolkodunk mindenféléről, aztán elmegyünk egy körire a Halloween Road Indian Ocean-be. A kör is részétől egy kicsit féltem, de a többiek azt mondták, hogy lesz majd valami olyan, ami ízleni fog nekem. De én nem akartam felmenni a tetőre, – Miért nem? – mondta Jess. – Mert ott emberek ölik meg magukat – mondtam. – Aha – mondta Jess. Oh, – Ó, szóval te élvezted azt a látványt Valentin napon, igaz? – kérdezte tőle Martin. – Nem, azt azért nem mondanám, hogy élveztem. – De tudod? – Nem, nem tudom – mondta Martin. – Az is mind része az életnek, nem? – mindig ezt mondják a kellemetlen dolgokról. Ó, ebben a filmben valakinek kiszúrják a szemét egy dugóhúzóval. De hát az is része az életnek. Megmondom, hogy még mi része az életnek. A szarás. De az soha senki nem akarja látni, igaz? Soha senki nem teszi bele a filmjébe. Úgyhogy ma este menjünk el megnézni, hogyan szarnak az emberek. De ki engedné meg? kérdezte Jess. Mindenki magára zárja az ajtót, de néznéd, ha nem zárnák magukra. Ha nem zárnák magukra, akkor jobban az élet része lenne, nem igaz? Úgyhogy, ja, azt hiszem, megnézném. Martin felnyögött, és a szemét forgatta. Az ember azt gondolná, hogy sokkal okosabb Jessnél, de mintha még soha egyetlen vitában sem tudta volna legyőzni, és Jess most megint megfogta. De az emberek azért zárják magukra az ajtót, mert egyedül akarnak lenni olyankor, mondta JJ. És lehet, hogy olyankor is egyedül akarnak lenni, amikor az öngyilkosságra készülnek. Szóval azt mondod, egyszerűen csak engednünk kellene, had csinálják, mondta Jess. Mert szerintem az nem helyes. Lehet, hogy ma este megállíthatnánk valakit. És hogyan egyeztethető ez össze a barátod eszméjével? Ha jól értem, most azon a véleményem vagy, hogy amikor az öngyilkosságról van szó hagyni kell, hadd döntsön a piac, mondta Martin. Épp egy olyan emberről beszélgettünk, akinek nem volt neve, és nem kutyának hívták, és aki azt mondta Jessnek, hogy tökéletesen egészséges dolog, ha az ember az öngyilkosságon gondolkodik, és mindenkinek azt kellene csinálnia. Én semmilyen ki... hülyeséget nem mondtam. Bocsánat, kicsit átfogalmaztam. Azt hittem, nem szabad beavatkoznunk. Nem, 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 beavatkozhatunk. A beavatkozás része a folyamatnak, érted? Csak gondolkodni kell rajta, és aztán meglátjuk. Ha megállítunk valakit, akkor is Istenek szóltak közbe. És ha én Isten volnék, mondta Mártin, akkor te pontosan az a fajta ember vagy, akit a szócsövemnek használnék. Most szemétkedsz? Nem, bókolok. Jess ennek láthatóan örült. Szóval, akkor keresünk valakit? mondta. Hogyan akarsz keresni valakit? kérdezte JJ. Először is biztos épp itt is van valaki. Körülnéztünk a kocsmában. Még alig múlt hét óra, úgyhogy elég kevesen voltak. A sarokban a férfi WC mellett volt két öltönyös fiatal srác, egy mobiltelefont néztek és nevettek. A bárpulthoz legközelebb eső asztalnál meg három fiatal nő fényképeket nézegetett, és ők is nevettek. A hozzánk legközelebb lévő asztalnál egy fiatal pár nevetett, csak úgy, és a bárpultnál egy középkorú srác újságot olvasott. Túl sok a nevetés mondta Jess. Aki egy SMS-t viccesnek talál, az nem fogja megölni magát, mondta JJ. Akkor belül nincs meg a hozzávaló. Én is láttam már vicces SMS-eket, mondta Jess. Aha, mondta Martin. Nem hiszem, hogy ez megcáfolná, amit JJ mondott. Fogd be, mondta Jess. Na és az a fazon, aki újságot olvas? Ő egyedül van, alig, hanem ő lesz a legjobb. J.J. és Martin egymásra néztek és nevettek. Ő lesz a legjobb, mondta Martin. Szóval azt mondod, beszéljünk le valakit az öngyilkosságról. Akár öngyilkos akar lenni, akár nem. Hát, pff, azok a nevetgélő kretének nem fognak felmenni a tetőre, igaz? Az újságos fazon valahogy mélyebbnek tűnik. Aki szántolvassa a lóverseny rovatot mondta Martin. Mindjárt megjön a haverja, és megisznak tizenöt korsó sört. Snob. Ó, és ki az, aki azt gondolja, hogy csak a mély gondolkodású emberek ölhetik meg magukat? Mindannyian azt gondoljuk, mondta J.J. Hát nem? Mindannyian két pohár ittunk meg. Martin nagy viszkiket ivott szódával, JJ nagykorsó guinnesseket, jazz, Red Bullt és vodkát, én meg fehérbort. Három hónappal ezelőtt valószínűleg elszédültem volna, de mostanában sokat iszom. Úgyhogy amikor felálltunk, hogy átmenjünk az úton, csak melegség és jó indulat töltött el. Előző vasárnap állították át az órákat, úgyhogy bár lent az utcá már sötét volt, fent a tetőn úgy érezte az ember, hogy maradt még egy kis fény a városban. A korlátnak döltünk, közvetlenül amellett a hely mellett, ahol Martin átvágta a dróthálót, és délre a folyó irányában néztünk. Na, mondta Jess, van, aki le akar ugrani? Senki sem szólt semmit, mert ez többé nem volt komoly kérdés, úgyhogy csak mosolyogtunk. Azért ez jó, igaz, hogy még mindig itt vagyunk, mondta JJ. Á? mondta Jess. Nem, mondta JJ. Én nem költői kérdésnek szántam. Jess elkáromkodta magát, és megkérdezte tőle, hogy ez meg mit akar jelenteni. Hát, én tényleg szeretném tudni, mondta JJ. Tényleg szeretném tudni, hogy ez... Nem tudom. Hogy jobb-e, hogy itt vagyunk, mintha nem lennénk itt? mondta Martin. Aha, azt hiszem. A gyerekeidnek jobb, mondta Jess. Hát gondolom, igen, mondta Martin. Nem, mintha bármikor is látnám őket. Jobb Mettinek, mondta JJ, és erre nem mondtam semmit, ami mindenkit emlékeztetett rá, hogy Metinek igazából egyáltalán nem jobb. Na mindegy, mindannyiunknak vannak szerettei, mondta Martin. És a szeretteink inkább szeretnék, hogy éljünk, mint hogy halottak legyünk. Mindent összevéve. Ah, gondolod? mondta Jess. Azt kérdezett tőlem, hogy szerintem a szüleid azt akarják-e, hogy élj. Igen, Jess, a szüleid azt akarják, hogy élj. Jess grimaszt vágott, mint aki nem hisz neki. Hogyhogy erre korábban nem gondoltunk? mondta JJ. Szilveszterkor akkor egy pillanatra sem jutottak az eszembe a szüleim. Gondolom azért, mert akkor rosszabb volt a helyzet, mondta Martin. A család olyan, nem is tudom, mint a gravitáció. Néha erősebb, néha gyengébb. Ja, yeah. mert szerinted ez a gravitáció. Ezért tudunk reggel lebegni, este meg jóformán fel se bírjuk emelni a lábunk. Jó, akkor az árapály. Észre sem veszed, ahogy Na, mindegy. Értitek, mire gondolok. Ha valami srác ma este feljönne ide, mit mondanátok neki? Kérdezte JJ. Elmondanám neki a kilencven napot, mondta Jess. Mert igaz, nem? Aha, mondta JJ. Igaz, hogy ma este egyikünk sem érzi úgy, hogy meg kellene ölnie magát. De ha megkérdezni, hogy miért, ha azt mondaná, Na, és meséljétek el, milyen nagy dolgok történtek veletek azóta, hogy úgy döntöttetek, mégsem ugortok. Akkor mit mondanátok neki? Én elmondanám, hogy állást kaptam egy újságos boltban, mondtam. Meg a kvízt is. A többiek a cipőjük orrát bámulták. Jess már majdnem mondott valamit, de JJ elkapta a tekintetét, és erre meggondolta magát. Hát, néha, ja, maga, maga frankó halad, mondta J.J. kis idő múlva. De én a kib utcán zenélek testvér. Bocsánat, Morin. Nekem meg nem sikerül megtanítanom olvasni a világ legbutább gyerekét, mondta Martin. Ne legyél olyan szigorú magadhoz, mondta Jess. Egy csomó más dolog sem sikerül neked. Nem sikerül találkoznod a gyerekeiddel, nem sikerülnek a kapcsolataid. Ó, igen, de persze neked jazz, te olyan kibaszott sikeres vagy, neked minden összejön. Mm, bocsánat, Morin, mondta JJ. Igen, bocsásson meg, Morin. 90 nappal ezelőtt nem ismertem nem kutyát, mondta Jess. Ó, oh, hát persze, mondta Martin, N nem kutya, az egyetlen egyértelmű siker, amivel bármelyikünk is büszkélkedhet, természetesen Morin kvíz csapatát leszámítva. Nem emlékeztettem az újságosra. Tudom, hogy nem egy nagy dolog, de úgy tűhetett volna, hogy kicsit felvágok. Hmm. Meséljünk az öngyilkos hajlamú barátunknak nem kutyáról. Ó, igen. Jess megismerkedett egy emberrel, aki nem hisz a nevekben, és azt gondolja, hogy mindannyiunknak állandóan meg kellene ölnünk magunkat. Ez majd felvidítja. Hm. Ő ezt nem gondolja. Csak hergeled magad, baszd meg! Miért kellett ezt az egészet felhoznod, J.J.? Úgy nézett ki, hogy frankon eltöltjük ezt az estét, most meg mindenki ki... Azó depressziós miattad. Aha, mondta J.J., Bocsánat. Tudod, csak kíváncsi voltam, hogy miért vagyunk még itt mindannyian. Kösz, mondta Martin. Nagyon köszönöm. A távolban láttuk a folyó mellett álló nagy kerék, a London szemefényeit. Különben meg nem kell most rögtön döntenünk, igaz? mondta J.J. Persze, hogy nem, mondta Martin. Szóval mit szóltok hozzá, ha adunk magunknak újabb hat hónapot? És majd meglátjuk, hogy mennek a dolgaink. Az az izé tényleg forog? kérdezte Martin. Nem látni. Hosszú ideig bámultuk, hogy forog-e. Martinnak igaza volt. Nem látszott rajta, hogy mozogna, de biztosan mozognia kellett. Gondolom.